meg fogok öregedni, és meg fogok halni. Ez a jövő. És ezenben is van így. Ezenben is van így, és hogyha Isten megsegít, akkor talán rájövök egy-két dologra, amire szeretnék rájönni, és talán megírok egy-két könyvet, amivel némi örömet fog szeretni az olvasóimnak, és talán megsimogatok egy-két emberi lényt, akinek ebben boldogsága telik. Ilyeneket remélek, de hát az idő telik nagyon gyorsan, nem hiszem, nagyon sokáig élnék, és hát ahhoz képest, hogy mennyi dolgom van még, és hát nyilván mindegynek ez a jövőnk. Hát én azt hiszem, hogy ezekkel a dolgokkal szembe kell nézni, mind a személyes életünk, mind a civilizációnk élete törékeny. Törékeny, bizonytalan. Róma is elpusztult, a mi kultúránk is el fog pusztulni. Ezek ideiglenes, bizonytalan értékű dolgok, aminek az ember a mindennapokban olyan nagy jelentőséget tulajdonít, hát az mulandó. Ez egy nagyon ócska lecke, amit valamennyien tudhatunk a nagymamánktól, mert előbb-utóbb én is nagypapa leszek majd valamikor, nem is talán nem is nagyon sokára, és hát azt gondolom, hogy nekem is azon nem emberek, még nézik ezt a műsort, azt kell mondanom, hogy nem kell eltúlozni azoknak a dolgoknak jelentőséget, amelyek körülvesznek bennünket, úgysem tartanak sokáig. Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Nem kívánom elismételni a szomorú hírt, ami az apropáját adja a ma esti műsorunknak. Nyilván mindenki, aki ide kattintott, pontosan tisztában van vele, micsoda veszteség érte a politikai közösségünk egészét a nap folyamán. A mai adásban nyilvánvalóan nem vállalkozhatunk arra, hogy Tamás Gáspár Miklós rendkívül kiterjedt életművét a maga adekvát mélységeiben ismertessük, erre majd később fogunk sort keríteni. Nem is lehet egyetlen adásban ezt megtenni, nyilván adások egész sorozatát kell majd erre kitalálnunk. Nagy feladatot hagyott ránk Tamás Gáspár Miklós barátunk, tanítónk. A mai este folyamán arra tudunk egyedül vállalkozni, hogy minél több tisztelőjét, egykori szövetségesét, eltársát, vagy csak simán jó barátját elhívtuk ide a stúdióba, hogy velük együtt emlékezzünk Tamás Gáspár Miklós megismételhetetlen jelentőségére. Első körben itt lesz velem Hont András és Pető Péter, érkeznek később majd a stúdióba Udvarhelyi Tessa, illetve Misetics Bálint, itt lesz velünk Szőcs Petra is, még ha csak online is, de itt lesz velünk. Érkezik a stúdióba majd Kőszeg Ferenc, Balla Zsófia, Kőrösi P. József, Cselényi László, elfogadta meghívásunkat a Határon túlról Szigeti Attila és Losonc Márk, akikkel szintén Skype-on keresztül fogunk majd beszélgetni. Érkezik majd a stúdióba Schiffer András és Szigeti Péter, szintén Skype-on pedig még Vajda Mihály is vállalta, hogy megszólal a filozófus halála kapcsán. Sipos Balázzsal és Pagi Zsolttal is fogunk beszélgetni mely este folyamán. Zárásként pedig érkezik majd Jámbor András, a Mérce nevű lap alapítója, annak a lapnak az alapítója, amely szerkesztőségének a tagjaként gondolt és emlékezik Tamás Gáspár Miklósa, illetve a lap mostani főszerkesztője Pap Gáspár is itt lesz velünk a stúdióban. Most azonban első vendégemhez fordulok, itt ülnek már a stúdióban velem, Hont András és Pető Péter. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Azzal szeretném kezdeni, hogy nyilván a szélesebb közönség kevésbé a filozófia írásai alapján ismerhette Tamás Gáspár Miklóst, hanem sokkal inkább, mint a közírót. Bár néhány évvel ezelőtt fájdalmas módon fölhagyott a közéleti publicisztikájának a közlésével, de hát András, te számos írását szerkesztetted még a HVG-ben, ugye a mai Facebook posztodban pont arra utalt, hogy legalább 5 nekrológot kértél már tőle. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy szerintetek mi volt a megkülönböztetett hozzáadott értéke a rendszerváltás utáni magyar közéleti publicisztikákhoz, TGM-nek? Hát erre a kérdésre nem készültem, mert hát ugyebár a napnál világosabb saját maga. Tehát, hogy van egy szöveg, van egy gondolat, és ehhez még hozzávesszük a gazizmust, akkor meg is vagyunk. Ez azért nem lehet a kérdésedre tisztességesen válaszolni, mert hogyha meg tudnánk ezt fejteni, akkor nincsen szükség arra az alkotóra, aki egyedivé teszi ezeket a szövegeket. Ebből látszik az, hogy mesterséges intelligencia, gép és egyebek ezt így és ilyen módon megismételni nem tudják, mert hát van benne valami titok. Akkor Péter, hát ha neked, ugye te egy nagyon méltóság teljes, és szerintem kifejezetten szép szöveggel búcsúztál tőle a Facebookon, ahol kifejezetten ezekre az aspektusokra utaltál. Mit értettél ez alatt? Hú, nem biztos, hogy pontosan fog válaszolni a kérdésedre, de amit az András elkezdett ahhoz, csak egy adalék talán, hogy szerintem lényegében nem maradt senkink, akinek ez a... Egy olyan világban, amiben rettenetesen inflálódik a vélemény, ugye ez egy
kommentkultúrában élünk, ahol lényegében írtózatos mennyiségben és írtózatos intenzitással érkeznek a vélemények, itt tényleg a kritikáktól a bármilyen ügyben elnyomott Instagram vagy Facebook kommentekig, és ebben a környezetben szerintem írtózatosan inflálódott a vélemény vagy publicisztika, mint műfaj súlya is, meg ennek az egésznek a, hogy mondjam, az érvényessége, és ebből én azt hiszem, hogy a TGM már a utolsó években, amikor éppen publikált, olyan elképesztő magasságban emelkedett ki, tehát annak még volt súlya, tehát amikor ez a mozaik szó, vagy ez a három betű megjelent egymás mellett, akkor szerintem az olyan intellektuális, erkölcsi és eszmei fundamentumot ígért, amihez mindenkinek ki kell alakítani valamiféle viszonyt, aki foglalkozik közötti vitákkal, publicisztikával. Nem tudom én sem pontosan megmondani, hogy ez miért lehetett. Nyilván, mondjam, föl tudjuk sorolni a TGM-hez tapadó jelzők sokaságát a szellemességtől, az fölfoghatatlan olvasottságon át ahhoz a kulturális mindenséghez, amit ő tudott, de valóban nem hiszem, hogy le tudjuk írni igazán egybet. Biztos vagyok, hogy megjelent ez a három betű, akkor mentél olvasni. Ehhez kettő kiegészítést hogy tegyek. Egyfelől azt ki kell alakítani minden szöveggel valamiféle viszonyt, vagy úgy szolgál. Pontosan az a fajta minőség, amelyet a három betű jelöl, az kijelölt valamilyen szintet, hogy ha nem találta el, ha úgy érezted, hogy leblattolja, ha úgy érezted, hogy ezt most rutinból oldotta meg, akkor ugye az volt a reakció, hogy ez azért nem igazán TGM-es. Ez nem az. És pontosan azért, mert egy teljesen egyedi, nagyon nehezen beazonosítható, de mégis mindenki által könnyen felismerhető színvonalt és stílust hozott. Kettő. Aki nem követi feltétlenül a publicisztikát, közéleti adokkapokat, az elméleti irodalmat, bármi mást, annak is könnyen lehet, hogy van valami viszonya vele. Például kommentekben őt ócsárolók közül, akik valamilyen viszonyban azért a közélettel állnak, és annak nyelvét átveszik, fogalmuk sincsen, hogy mennyi gazizmust használnak. Eszterházy után a következő a velünk élő, tehát Eszterházy volt aki legkorábban van időben hozzánk, aki itt hagyott. Őt követően meg pedig Tamás Gáspár Miklós volt az, aki olyan nyomot hagyott a magyar nyelven, amelyet azok is használnak, akik nem tudják, hogy ők használják. Hadd kérdezzelek, András, mert hogy felteszem, hogy te az egész éjszakádat azzal a nekrológgal töltöttél, ami reggel már megjelent a házig. Ezt nagyon jó feltételezed, így van. És hogy felteszem, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy adott esetben Gazsi szövegeivel egész éjszakákat töltöttél együtt, hiszen szerkesztetted őt, és valószínűleg nagyon nehéz lehetett őt szerkeszteni, nagyon nehéz lehetett bármilyen típusú kritikai szempontot felvetni neki. Mi emlékeid vannak a vele való közös munkáról? Nem, éjszakákat a szövegében nem töltöttem, ugyanis nem nagyon engedett olyan módon beleavatkozni, hogy azt én tegyem meg. Tehát nem egy Parakovács Imre volt, akik nagyon-nagyon szerettem a szövegeivel dolgozni, de ő ugye elküldte az egészet, és aztán csinálj belőle valamit. Gazsi általában közölt egy betűhív közlést kért, és hogy ez ellenkem bajom volt, és általában bajom volt, akkor mondtam, hogy ez nem lesz, de meg kellett várni, amíg ébren van, tehát akkor ezt lebrusztolni vele. Ami nagyon érdekes, és azt nem gondolná feltétlenül róla az ember, és ha már éjszakában nyúl, ami nagyon sokat cseteltünk. Tehát én Tamás Gáspár Miklóssal bonyolítottam cseteim egy jelentős részét, és egyébként körülbelül az, amiről ő szeretett úgy diskurálni is, azt azért őrzöm, azt válaszolta valamire. Tudom, egyébként Lukácsról beszélgettünk, és Huizinga is előkerült, egyiket ő hozta negatív példaként, a másikat én, és akkor aztán mondott valami olyasmit, hogy jó, hát kontroll is, nekem is hülyeségeket beszéltek. Volt egy megjegyzésem, és azt mondja, súng! Hát ilyet sem mondott még senki, kontroll most nagyon boldog lenne és önelégült, de baszki, igazad van. Ez egy csetüzenet volt. Ezt most azért tudom ennyire fejből, mert megnéztem pont ma éjjel, amikor ugye foglalkoztam vele. Én ugye nagyon sokkal kevesebb szövegét szerkesztettem, ha helyes ez a szó ebben az ügyben, de néhányat... Szerkesztetted? Igen, néhányat, igen. Nem a 24... Népszabadságnál inkább ő szerkesztett minket, ugyanis legendás levelező volt. Tehát, hogy aki valószínűleg a magyar sajtó munkatársainak egy részenek azt hiszem felbecsülhetetlen
hozzáadott értéke volt annak, hogy a Gazsi leveleket írt neki, mert hát komoly tanulásokat lehetett végrehajtani, ahogy föl tudta dühíteni, olyan szenvedélyessé, indulatossá tudta tenni egy olyan tévesztés, ami szerint a kulturális minimum részét képező tudásoktól eltérő közlések okoztak, hogy az elképzelhetetlen. Tehát tényleg a hosszú levelekben volt képes kitérni egy-egy szóra, és kérni annak a központozás kérhetetlen minőség ellenőre volt. Abszolút, igen, meg idegen szavak használatának, és azoknak a szavaknak a hosszú történeti levezetése, hogy ez hogyan történt, és ami nagyon érdekes volt itt a bejátszóban, az ő pessimizmusa, ami nagyon erősen áthatotta mindig a beszéd, ugye mindig benne volt, nagyon sokszor benne volt, nincs már jelentősége, vagy már mindegy, tehát hogy már valójában az egésznek a megszerelésének a reményéről lemondott, miközben ennek mélyen ellentmondva az utolsó betűig is hajlandó volt vitákat. Egyébként derűs személyiség volt, szóval én nem tudom, hogy ez pessimizmus, olvastam, amit írtál. Ez szerintem közéleti pessimizmus. És én gondolkodtam, hogy ez valóban pessimizmus, szerintem egy nagyon erős realizmus, hadd emeljek ki valamit, és nekem, hogy miért fontos ez, mert ugye tettél egy felsorolást, hogy kik lesznek ma itt, és semmilyen módon nem találtam érintve magamat, sem elvtársa, sem boldogő, se nem voltam, és barátok sem tisztelője voltam. Tisztelője úgy kezdte a Marci, úgyhogy az még lehettél. Tessék? Tisztelője az volt az első, úgyhogy az még lehet. Tisztelője, az igen, de barátok sem, hiszen a korkülönbség azért az jelentős volt, ez lehet. Egy ilyen haveri viszony azért volt, évődéssel vegyes, de hogy ő nekem kicsoda, miközben teljesen egyértelmű, hogy közöttünk ideológiai különbözőség volt, ez annyira egyértelmű volt, hogy szorosabban így ismerkedtünk meg, írt rólam 20 évvel ezelőtt, amelynek volt egy félmondat, hogy jobboldaliságából egyébként Jottányit sem engedve. És ezen után lett egy ilyen intenzívebb, 20 éves ilyen beszélgető viszonyunk. Szóval számomra ő a magyar értelmiségi, és egyetlen egy szövegét hadd emeljek ki, amit egyébként én effektíve rendeltem tőle, kipasszíroztam belőle, Csurka István nekrológia. Úgy kezdődik, hogy Csurka István meghalt, azon veszem észre magam, hogy bánkódom, vagy ahogy így. És mint a kipusztuló magyar értelmiség egyik utolsó példányát búcsúztatja Csurka István, nagyon sok párhuzamosság volt az életükben, véletlenül sem szeretném megfeleltetni őket, de hogy mondjuk az első között volt mind a kettő, aki leszámolt a rendszerváltás dicsőségével. Valamilyen módon értették is egymást, és természetesen nagyon rossz véleményük volt egymásról erkölcsileg. Ebben a nekrológban is ugye kijött, de hogy az nem pesszimizmus, annak a regisztrálása, hogy amiről mi még beszélünk, ami még mi szenvedélyesen, halálosan összevesztünk, gyűlöltük egymást, az igazából már nincs. Nem tudom, én a baloldaliság utópia gazdagságához képest a TGM szövegek alapállása, az ez szerint mentes az utópia reményétől, tehát valójában szerintem, mintha mindaz, amit remél, az már nem lenne megvalósítható, és az szükségszerűen, vagy mindaz, amiről álmodik, ugye baloldalon nem szégyen álmokról beszélgetni, ott annak a reménytelenségét már ő belátja, ezt tekintem pesszimizmusnak, de még kiegészítve a nekrológ már másodszor kerül szóba, szerintem nem véletlenül, ezt tegnap írtam, én is ezt is beleírtam, meg András, te is a te nekrológodban is azt hiszem úgy fogalmazod, hogy a múlt eszméit, vagy a múlt, te jobban eltűnt tudod érezni nekem. Meg eltűnt világokat. Hogy minden, ami eltűnteket ír, és a nekrológ szerintem azért fontos műfaja, mert én tehát szerintem egészen hihetetlen, hogy hogyan beszélt el embereket, eszméket, történeteket, korokat egy ember életén keresztül. Tehát tényleg nem tudok, sajnos ismétlem magam, de nem tudok más, hogy tényleg, hogy egyszerre szakad bele az ész meg a szív, mert ebben a műfajban, és valószínűleg ebből is fakadóan, amit így nem fogalmaztam meg, hogy az András, hogy ezek a letűnt érzelmek, eszmék, emberekhez való viszonya nagyon erősen határozta meg a gondolkodását, vagy az életművét, hogy ebből kifolyólag is képes volt ezeket valami olyan elképesztően gazdagon megírni, hogy az szerintem tényleg erősebb volt, mint történelemkönyvek, vagy nem is tudom, akármiknek a sora. Ide kötném azt, amiről te írtál a poszton, úgy fogalmazol, hogy TGM halála kapcsán a hazánkat kellene felhívni, hogy írja meg a nekrológot, és ugye ezt tényleg számos
nekrológ kiemeli, hogy annak ellenére, hogy nagyon karakteres baloldali világnézete volt, mégis azért oldalakon átívelően akadnak tisztelő és elismerői, míg azok is, akik megveszekedetten világnézetileg más gondolnak, mint ő. Nem azért nézek rád, nézhetnék a Péterre is. Én például kétségbe vontam a baloldaliságát. Én mindig mondtam neki, hogy szerintem ő liberális, amit rokont határozottan, de csöppet sem idegesen, tudott olyat is, visszautasított. Szerintem az az utolsó pillanatig nyomon követhető a munkásságban, hogy azok a 18. századi klasszikus szabadelvű eszmék, az emberi jogi deklarációk, azok számára mennyire fontosak. Csak ezeknek a gyengesége és védelme, az védelmének a lehetősége, az abból a pozícióból derül ki, amit ő foglalt el. Ha valaki maradt 90 után mainstream liberális, az gyakorlatilag leckefelmondóvá vált. Sem érdekes nem volt, sem éles szemű nem volt. Tamás Gáspár Miklós esetében nagyon-nagyon hamar, szóval ő a magyar kritikai gondolkodásnak tényleg az egyik csúcsa. És a liberalizmussal, a liberális rendszerekkel szemben hol lehet igényes és tisztességes, vagy honnan lehet igényes és tisztességes kritikát megfogalmazni, onnan, amely pozíciót ő elfoglalt. És ez számomra soha nem volt kérdés, hogy ezt liberálisok vagy konzervatívak komolyan veszik, amit ők mondanak, ez komoly hozzájárulás liberalizmushoz is, konzervativizmushoz is. De ezt akarom mondani, tehát, hogy annak ellenére karakteres világnézete volt, mégis azért nem pusztán csak egy szubkultúrának volt a váltesze, tehát gyakorlatilag ő magán jelentősen túlmutató jelentőségre tett szert. Mitől és szerintetek mikortól vált TGM a magyar nyilvánosság ilyen értelemben vett szimbolikus alakjává? Szerintem az a morális kérlehetetlenség, ami sok tekintetben szerintem szinte minden értelemben akadályozta bármilyen elvei vagy erkölcsei totális érvényesítését a valóságban, mert hogy egyszerűen olyan morális kérlehetetlenség az túlmutatott a valóságban érvényesítő tartományom, az azért egy ponton világossá válik mindenkinek, hogy ki az, aki soha nem árulta a gondolatait, ki az, akit soha nem lehetett megvásárolni, és a megvásárlásnak nyilván nagyon széles tartományát ideértve, akár csak a pillanat által, vagy a pillanatnyi öröm által felvásárolni. Tehát, hogy szerintem volt egy olyan erkölcsi alapállás, amiből következett az, hogy ez megtörténik, és plusz volt az is, hogy azért ő képes volt, tehát kívülálló volt az igazság, tehát hogy valójában az ő, ez az alapállása valamilyen ponton közéleti magányosságra is ítéli az embert, a magányt most nyilván szintén kicsit kiterjesztett. Igen, ez a kettőség is megvan benne, hogy egyfelől magányos, másfelől pedig kifejezetten társasági lény. Igen. Tehát aki látta táncolni, azt ugye miről beszélek, én ezek közé tartozom. De hogy azért ne idealizáljuk, mert ez tőle távol áll. Tehát, hogy pont az roppant érdekes benne, hogy ő embernek, és a saját gyengeségei reflektáló embernek megmaradt. Nagyon szerette például, ha szeretik, vagy elismerik. Tehát amikor mondjuk neki idéztem, amikor próbáltunk vitatkozni azzal, hogy mit szeretnék, vagy szövegben, és idéztem fejből régebbi szövegeit, ezért mindig nagyon-nagyon áll. Mindig hozzátek, köszönöm. Köszönöm. De miért a koherencia tesztet nem szerette? Micsodát? A koherencia tesztet nem szerette? Nem tudom, hogy igazából, szerintem nem szerette az őszintet, nem szerette, azt hiszem, hogy a minőség nélküliséget gyűlölt. Igen, ez biztos. De egyébként, csak visszatérve, most nagyon utálna minden kifejezést, amit ma használunk vele szembe, most akkor szándékosan is beszállok ebbe a játékba. Ugye, amit a Marci kérdezett, szerintem arra a TGM, mint márka története, vagy ez a szellemi rock, intellektuális rockstárságnak a szakaszára, igaz. És akkor már ilyen értelemben szerintem picit el is válik a valóságtól, tehát noha szerintem nagyban hasonlít rá, de igazából mindegy is, mert a TGM mint márka egy ponton már ezt jelentette, én ezt állítom. Tehát, hogy az egy olyan igazodási pont volt, és hogy ennek a egyébként bizonyos esetekben ő maga vitatkozott volna ennek ahogy az András is az előbb említett, hogy vitatkozott volna ennek a valósághoz való viszonyának zaklatottságával, vagy nem teljességével, az lehet, de szerintem a magyar közéletben, a nyilvánosságban és abban, hogy kihez kell viszonyulni, biztos, hogy ezt jelentette ez a brand, ami ő alakult. Rend, azt hiszem, hogy igen, de valószínűleg itt hatagánt jár. Most már biztos, hogy igen. Az egész biztos. Szerintem ebből egy eszély. A rockstar az szerintem megállja a helyét. Tehát, hogy rockstar volt, és egy kicsikét erre a rockstárságra igényt is tartott.
egészen addig, amíg mondjuk egy jó mondatnak ez a rovására nem ment. Onnantól a jó mondat az előnyre vezet. Igen, az előbb is mondtad, de igen, szerintem a minőség a legfontosabb. Tehát főleg a nyelvi, esztétikai és hasonló területeken az az igényesség és az a tökéletességre való törekvés, hát azt nem tudom, van-e párja a magyar nyilvánosságban, és valószínűleg az egyik fő fájdalma már a utolsó években valószínűleg az is, hogy az erre való törekvés hiánya vagy csekészsége valószínűleg nagyon-nagyon fölháborította. És akkor záró kérdéskör, a Péternek a legelső megszólásához kötnék vissza, tehát ugye alapvetően arról beszéltél, hogy jelentősen inflálódtak a vélemények a véleménypluralizmus korában, igazából mindenki a különböző social media felületeken véleményez gyakorlatilag minden közéleti eseményt, jobb esetben mondjuk írja publicisztikát, de a publicisztikák értéke is ilyen értelemben devalválódott, és hogy ehhez képest ugye mégis azt lehet látni, hogy TGM morálisan nagyon élesen kérte számon akár politikusoknak is a reálpolitikai döntéseit. Tehát nagyon könnyen csúszhatott volna ő maga is bele abba, hogy így devalválódik vagy inflálódik az ő véleménye. Mégsem történt ez meg az ő publicisztikáival. Nyilván nem csak azért, mert hogy befejezte ennek a megfogalmazását, vagy ennek a olyan gyártását. Úgyhogy a kérdésem úgy szól hozzátok, hogy mi az, amit érdemes lenne szerintetek a mai közíróknak elvinnie TGM munkásságából, szempontként a saját maguk működése szempontjából. Tehát mi az az örökség, amit érdemes lenne tanulmányoznia a közírók sokaságának, akik fontosnak tartják azt, hogy jelen legyenek a közéletben, adott esetben orientáljanak a véleményükkel, de szeretnének szembe menni ezzel az inflálódó véleménypiaccal, ami mindannyiunk életét alapvetően befolyásolja. Péter? Hát van rá talán egy mondatos válaszom, csak előtte pont, amikor néztem meg most, hogy beszélsz is róla, még egy bővített mondat, hogy ugye azért a 90-es parlamentben úgy belehallgatnék, most az volt a kicsit egy ilyen élményem, hogy milyen viták lehettek ott, és hogyan vitatkozhattak a Tölgyesi Pétertől a TGM-en áttartó. Kéri Kálmánik. Kéri Kálmánik, igen, most vagy a Csurkáig, igen, ebbe a... Na mindegy, ez csak a zárójel, csak hogy a magyar parlamentarizmus és nyilvánosság története azért jól leképezi a nagy nyilvánosság történetét is, azt hiszem. Ami meg a szűk válaszom a kérdésedre, az meg szerintem, ami leginkább következik a munkásságából, és azt hiszem, amit a publicisztikájából és abból, amit az újságokról gondolt, azt hiszem, az a legfontosabb, hogy olvasni kell ahhoz, hogy írhass, és ezt a legszélesebb értelemben véve, megérvényesítve. Nem beszéltünk össze, de én is ezt a roppant tömör választ tudom erre adni, annyival kiegészítve, hogy szerintem annyi az üzenet, hogy olvassál és éljél. Hont András, Pető, Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a megkívásunkat, és itt voltatok ma este velünk. Folytatódik a műsorunk, hamarosan érkezik Udvarhelyi Tessa és Misetics Bálint ide a stúdióba, de előtte nézzünk meg egy rövid összeállítást, amelyet Tamás Gáspár Miklós egyik interjújából vettünk. Ez 2018-ban a választások után adta az akkori Hír TV Egyenesen című műsorában. Ez az egyik kedvenc interjúnk vele, egyébként Földiák Vince kollégám és barátom találata volt még annól, egy nagyon számra nagyon kedves korábbi videónkban használtuk föl, ez volt igazából a dramaturgiai csúcspontja a videónak, úgyhogy most ezt vettük elő a mai nap alkalmából. Nagyon kevesek fognak majd itt az eszmékről álmodozni. Az a 4 millió ember sem, aki ilyen döglik, azoknak is tetszik? Nem. Azok elmebajosak? Nem, csak ők nem az eszmékben hisznek, hanem valami... Ez tévedés. Nem hisznek abban az eszmében, hogy joguk van az élethez? De. Ez egy legfontosabb eszme. De ők most pillanatnyilag azzal küzdenek, hogy holnap is tudjanak enni a gyereknek adni. Ez egy elv, hogy az ő gyerekük is megérdemli. Ezt úgy hívják, hogy egyenlőség. Lehet, hogy nem így nevezik minden nap, persze, de ennek ez a neve. Nem arról van szó, hogy az eszmék azok néhány specialistának a valóságtól elszakadában. Ugye szó sincs róla, az egyenlőség azt jelenti, hogy joga van az alsó 4 milliónak is ahhoz, hogy egyék, világítson, fűtsen, olvasson, örüljön az életnek olykor, meg a gyerekeinek, és ez egy gondolat. Mindenesetre nem valóság. Igen, van gondolat, és az egyszerű embereknek is vannak gondolataik, és tudják, hogy ők érdemesek arra, megérdemelik azt, hogy emberhez méltó életet éljenek. Ennek a gondolatnak vannak keresztény gyökerei, vannak liberális gyökerei, vannak szocialista gyökerei, és ezzel a gondolattal szemben fogalmazza meg Orbán Viktor a szabadság nélküliség, az egyenlőtlenség, a diktatúra, a kényszer és a méltánytalanság politikáját, harsányan kacagva az arcomba. Egyelőre természetesen más nem nagyon tehet senki,
mint hogy megvetéssel és utálattal fogadja ezeket a szörnyű gondolatokat és intézkedéseket, mert a társadalom gyönge, lefegyverzett, vereséget szenvedett, de tudni azért lehet. Egy apró tévedést kell korrigálnom, természetesen ez az ATV-nek volt a felvétele, Kálmán Olga személy picit megkavar, de ettől még a gondolatok érvényességéből ez semmit nem vett el. És itt már velem a stúdióban Udvarhelyi Tessa és Misetics Bálint. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. Nagyon egyszerű az első kérdésem, és igazából Tessa, hozzád fordulok. Szóval, hogy hogyan és mikor ismerted meg TGM-et, és mi volt az ő jelentősége a te életedben, ha lehet egy ilyen nagyon profán kérdéssel indítani? Hú, ez jó kérdés. Azt nem tudom, hogy személyesen mikor ismertem meg. Pont mondtam a Bálintnak, hogy az az emlékem, hogy lehet, hogy már a nagymamám is levelezett vele, mert az én nagymamám is egy nagy levelező volt. De az biztos, hogy a város, hogy személyesen, tehát nem az írásait, hanem őt magát személyesen a Város mindenki kapcsán ismertem meg, mert ő végig egy ilyen nagyon biztos szövetséges megvonatkoztatási pont volt ennek a csoportnak, meg egy ilyen nagyon, azt nagyon erősen lehetett tudni, hogy ő a barátunk, és hogy ő mellettünk áll. Bálint? Arra, hogy mikor találkoztunk először személyesen, arra nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy mikor leveleztem először vele, amikor én középiskolás voltam, és még nem a Város mindenki csoportban, de az utcaember önkéntes hálózatban dolgoztunk együtt a Tesszával, és akkor volt egy olyan kezdeményezésem, hogy szülessen egy nyilatkozat, ami helyre tesz alapvető igazságokat a hajléktalansággal kapcsolatban, meg a lakhatáshoz való joggal összefüggésben, amit aláírtak sokan szociális munkások, ilyen neves értelmiségiek, mint a Tamás Gáspár Miklós, Eszterházi Péter, és néhány szakszervezet is megjelent az ÉS-ben, és akkor ehhez kerestem meg, és akkor egyrészt nagyon támogató volt, és természetesen aláírta a szöveget, és szóvá tett egy nyelvhelyességi hibát, ami azóta is mindig eszembe jut, ami azóta is alkalmanként majdnem elkövettem. Akkor ezek szerint emlékszel is, hogy mi volt ez? Igen, az, hogy... És hogy nagyon, tehát, hogy nagyon szeretetteljes és támogató volt a politikai szöveggel kapcsolatban, és viszont nagyon kioktató egyébként de nem fölróvom ez, csak hogy ez a kettő együtt volt a levélben, ahol az valami olyasmit írt, hogy azt a magyartalanságot viszont azonnal írtsam ki a szövegből, hogy, és az az volt, hogy az azon szócskát használtam hogy ellentétes azon alkotmánybírósági határozattal is, és akkor ehelyett az azzal a kitételt kellett volna használnom. És még annyit előzetesen hadd mondjak Márton, hogy szokatlanul zavarba vagyok, amennyiben ez nyilván egy nagyon rossz helyzet, és ennek egy jelentős része, mármint az érzéseimnek egy jelentős része nem tűnik közérdekűnek, viszont ezen gondolkoztam idefele jövet, hogy mi az, ami egyszerre személyes és közérdekű, és akkor ez egy kiegészítés még a válaszomhoz, hogy én mielőtt bármilyen kapcsolatba kerültem a Tamás Gáspár Miklóssal, nagyon sokat már olvastam. És arra nagyon-nagyon emlékszem, hogy mennyire, tehát hogy ilyen nagyon kevés szöveg ad, talán azóta is Bourdieu bizonyos szövegei, szóval nagyon kevés szöveg ad olyan típusú ilyen jó érzést, mint amit akkoriban, ugye akkoriban volt a baloldali fordulata a Tamás Gáspár Miklósnak, amikor még nem azt a típusú marxi keretet, vagy keretben írt, mint aztán később, hanem egy ilyen baloldali radikális, vagy baloldali szociáldemokrata keretben, és hogy így akkoriban, tehát ez ilyen 2000-es évek eleje közepe, amikor hát az a típusú ilyen teljesen reflektálatlan mindenoldali, jobboldali hegemónia volt, akkor egy-egy olyan írása, ahol ezt így rendbe tette, hogy volt egy olyan, hogy a Kétféle jobboldal című szövege. Szóval, hogy azok ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erősek, vagy erős hatással voltak rám, és hogy tulajdonképpen nekem a személyesség az részben, tehát, hogy mi nem voltunk abban az értelemben közeli barátok, hogy gyakran beszéltünk volna telefonon, vagy ilyesmi, de az, hogy valami, ami nekem ennyire személyes, mármint az, hogy ez lett a hivatásom, meg ez lett eddig az életem, meg hogy baloldali lettem, abban a Tamás Gáspár Miklósnak ilyen kiemelkedően nagy, vagy tulajdonképpen senki máshoz nem hasonlítható szerepe van így a magyarországi irodalomból, és hogy ez nagyon hát személyes, annak ellenére, hogy politikai és közérdekű, és ezt azért gondoltam közérdekűnek, mert hogy ez meg nagyon egybecseng azzal, amit a Tamás Gáspár Miklós pont az utolsó megjelent hosszabb írásában, az öt tanácsában írt,
ahol tulajdonképpen így a műveltséget, a művelődést és a műveltségnek a megőrzését hangsúlyozta, mint ellenállási stratégia, és hogy egy olyan korban, amikor így a szellemnek, meg a gondolkodásnak, meg a műveltségnek, meg az észérveknek a tekintélye ennyire rosszul áll, ott hát nem is egy ilyen, azért nem is biztos, hogy politikai, de egy ilyen metapolitikai projekt az, hogy igen, számít, hogy mit gondolsz meg, mert hogy így leírsz valamit, és akkor az másokra hatással van, nem csak abban az értelemben, hogy így olvastak egy jól megfogalmazott publicisztikát, bár az se utolsó dolog, hanem az, hogy így az életüket befolyásolja, hogy miket olvasol, vagy miket olvasol, és hogy ez egy fontos hagyatéka szerintem. Ilyen értelemben a Gazsinak, hogy a gondolatok azok nagyon komoly dolgok. Valamelyiket az öt tanácsot azt érdemes mindenkinek kell olvasni, a Mérce publikálta ezt a, hát valószínűleg akkor ezek szerint az utolsó életében megjelent írását. Tessa, én ugyanezt a kérdést fogalmazom át hozzád is, mert hogy szerintem az ritka jelenség, ritka kivételes jelenség, hogy TGM egyszerre tudott írásban is, de interjúiban is, adott esetben tévészerepléseiben, és hát egyébként szónoklataiban nagyon nagy erővel hatni szerintem a politikai képzelő előre. Tehát ugye a leginvenciótlanabb, a legpolitikailag gyávább tüntetéseket is képes volt sokkal a maga jelentősége fölé emelni, már pedig hát ilyen tüntetésekből jócskán akadt sajnos. 2010 utáni időszakban több, mint amennyit szükséges lett volna elviselnünk, és mindig esemény számba tudott menni, soha nem volt közhelyszerű az, amit mondott, és szerintem ez egy nagyon ritka képesség. Úgyhogy ezért kérdezem tőled, hogy neked mi az a meghatározó emléked róla, ami a baloldaliságot szempontjából jelentőséggel bírt? Igen, egyébként ezen gondolkoztam, amikor idefelé jöttünk, hogy melyek voltak azok a beszédei, amik nekem fontosak voltak. És egyébként nekem kettő volt kifejezetten fontos. Az egyik az 2018-ban volt, amikor a Kőbányai Bihari utcában küzdöttünk azért, hogy egy egyébként frissen felújított önkormányzati bérházat ne bontsanak el, és ne lakoltassanak onnan mindenkit ki, és akkor eljött Kőbányán egy sétáló utcába beszédet mondani mondjuk 100 embernek. Jaj, emlékszem arra. És egyébként el is hoztam, nem szoktam itt telefonnal rohangálni, de elhoztam mind a két beszédből ilyen részletet, hogyha lehet, akkor majd szívesen felolvasom, és akkor ott arról beszélt, hogy az egy ilyen nagyon cinikus beszéd volt azzal kapcsolatban, hogy így azt akarja az állam, hogy így a földön csúszunk azért, hogy adjanak nekünk egy lakást, és hogy milyen országban élünk, ahol így könyörögni kell azért, hogy legyen hol lakni. És ott mondjuk az volt a nagyon különleges dolog, hogy azt a beszédet megzavarta valaki a tömegből, mert félreértette egy picit, hogy ott mi történik, és bekiabált, és elkezdte mondani, hogy ő miért nem kap lakást, és akkor a TGM nem megijedt, vagy nem tudom, nem zökkent ki, hanem elkezdett vele beszélgetni azzal kapcsolatban, hogy hát ez pont erről van szó, hogy ön miért nem kap lakást, és aztán egyébként sikerült is egy ilyen tök egyenlő, meg kvázi jó beszélgetést folytatni, és lenyugtatni ezt az ember, szóval az nekem egy nagyon fontos ilyen alkalom volt, és a másik egyébként, ami ellentmondásosan most a lakásmenet ebben az évben, egy pár hónap, nem ebben az évben, az már tavaly volt, tehát 2022-ben, amikor ott sem volt már, hanem elküldte a beszédét, és valaki más olvasta föl, de az volt az egyik legerősebb beszéd, amit valaha hallottam a lakhatásról, mert abban a beszédben tulajdonképpen ugyanazt mondta el, amit nekünk a Balogh Gyula barátunk, amióta ismerjük, aki egy hajléktalan aktivista szokott mondani, hogy neki akkor lesz vége a hajléktalanságának, hogyha egyszer egy olyan helyen tud élni, ahol egész nap mesztelenül tud lenni, és senki nem szól rá. És a TGM ezt mondta el egy beszédben, ennél nyilván sokkal cirkalmányosabban, és csodálatosan, és kb. Elsírtam magam, de hogy erről beszélt, hogy mit jelent az, amikor valakinek megvan az a privát szférája, hogy senki nem szól bele abba, hogy mit csinál, és hogy ez egy olyan alapvető dolog, ami mindenki megérdemel. Tehát, hogy ezt nem kiérdemelni kell, hanem ez jár mindenkinek. És hogy tényleg annyira erős volt ez a beszéd, hogy nem is, tehát hogy egyrészt nyilván az ember hallja az ő hangját, amikor mondja, még akkor is, ha más olvassa föl, mert annyira ismerjük, ahogy a TGM beszél, másrészt meg ez még úgy is erős ez a beszéd, hogy nem ő mondja el, hanem csak valaki felolvassa, úgyhogy nekem mondjuk ez volt a kettő, ami nagyon fontos volt. Szerintem mindenképpen készítsd elő, és olvasd fel, amivel készültél, addig pedig Bálint hozzád fordulok, mert valóban a lakhatás egy olyan követelés, a lakhatásnak a biztosítása, mint alkotmányos alapjognak a követelése, ami 2010 előtt egyáltalán volt magától értetődő, és ugye mindketten annak a lakhatási mozgalomnak vagytok a meghatározott alakjai, ami ezt azért a 2010-es években valamilyen módon átverte a közvéleményen, és ma már nem csak a baloldali körökben szokás ezt osztani, lehet aztán mondani, hogy egy ilyen ellenzéki
közös minimummá tudott válni, és azért ebben is van meghatározó szerepe Tamás Gáspár Miklósnak. A te megítélésed szerint mi az, amit ő meghatározóan hozzátett ennek a követelésnek a széles körülvételéhez? Hát azt hiszem, a válasz az erre a kérdésre talán kevésbé a közvetlen, mint a közvetett hatására vonatkozik. Abban az értelemben, hogy azt független attól, hogy ideológiailag ki mennyire gondolta közelállónak magához a Tamás Gáspár Miklóst, azt minden olvasója fölismerte, és föl kellett ismernie, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon művelt, nagyon okos szerzőt olvas. És az... És azért van a jóléti államok válságának, meg az újraelosztási követeléseknek, hogy az újraelosztáson túlmutató baloldali követelésekről ne is beszéljünk, tehát hogy ezeknek a visszaszorulásának azért van egy olyan típusú eszmetörténeti oka is, én azt hiszem, ami tehát azzal függ össze, hogy a beszélő fejek a tévében, az úgynevezett szakértők, a közgazdászok, meg a Nemzetközi Valuta Alap, meg az Európai Bizottság, meg az akármi, hosszú ideig egy, mint szakértelmet kommunikált, vagy mint a tényszerűen helyes álláspontot igyekezett bemutatni, valamit, ami valójában egy piaci fundamentalista ideológia volt egyrészt, és másrésztről pedig tényszerűen egy félreértés. És az, hogy volt egy olyan képviselője a baloldalnak, egy nagy szerencse, aki egyszerre volt vitán felül állóan, és mindenki számára egyértelműen nagyon-nagyon okos, nagyon művelt, egyébként megfontolt, tehát pontosan fogalmaz, nem mindig megfontolt, de minden esetre pontosan fogalmazó, és hogy ő, tehát hogy ilyen értelemben a súlyt adott, vagy tekintélyt adott a baloldaliságnak abban az értelemben, hogy ez tehát nem egy ilyen avit múltbéli nosztalgikus dolog, amiről már bebizonyosodott a 80-as években, vagy legkésőbb 89-ben, hogy nem működik, meg nem valami vágyálom, meg hippiskedés, mert hogy persze jó lenne, ha mindenkinek jó lenne, de akkor mi lesz az inflációval, meg az államháztartási hiánnyal, hanem hogy, tehát, hogy volt egy ilyen vitathatatlan intellektuális tekintélye a baloldali érveknek, szerintem ez nagyon, tehát hogy ez mondjuk sokat segített. És akkor persze ez később annyiban bonyolódott, hogy ambivalens volt a viszonya a Gazsinak a rendszeren belüli jobbító törekvésekkel kapcsolatban, ideértve a reformista szociáldemokráciát is, de szerintem ezt is mindig, vagy többnyire majdnem mindig, hát ilyen nagyon szépen meg nagyon felelősen kezelte abban az értelemben, hogy a hivatkozott utolsó hosszú írása előtt az egyik utolsó rövid írása az pont arról szólt, hogy helyre tette, hogy ha valaki azt gondolja, hogy oké, hogy ez is kapitalizmus, az is kapitalizmus, de hogy egyébként az mindegy, hogy rendes képviseleti rendszer van-e, mindegy, hogy van-e jogállam, független bíróságok, alkotmánybíróság, meg hasonlók, az nagyon félreérti a világot. És hogy miközben egyre kérlelhetetlenebbé vált, azt gondolom így elméleti értelemben ez a mély és totális kapitalizmus kritikája, a közben meg nagyon is elismerte azoknak a küzdelmeknek nem csak a létjogosultságát, hanem a szükségszerűségét is, amelyek tehát nem a kizsákmányolást magát, vagy a bérmunkaviszonyt, az árutermelést és az egyebeket támadják, hanem mondjuk az egyenlőség védelmére, vagy az egyenlőségnek a kiterjesztésére irányulnak, és ehhez hoztam is egy ilyen nagyon rövid részletet, hogy miután elmagyarázta, hogy tehát neki az ellenfele elméleti értelemben a tőkés állam mégse fogja soha lekicsinyelni a rendszeren belüli egyenlősítő törekvéseket. Idézem, mert hogy nem vagyok hajlandó filozófiai kételyek miatt föladni ezt az álláspontot, és az ellentmondást erkölcsi okokból nem vagyok hajlandó úgymond megoldani. Tehát, hogy ez is fontos volt. Én azért azzal egészíteném ki, és remélem, hogy a Bálint most nem fog megharagudni rám, de hogy szerintem a tégem
nek a hatása mondjuk a magyarországi lakhatási mozgalomra az elsősorban például a Bálinton keresztül történt. Tehát az, hogy mondjuk megszámlalhatatlanul sokszor hangzott el különböző Tamás Gáspár Miklós idézet a város mindenki elvonulásokon, vagy nagy csoportokon, vagy ilyen referencia vonatkoztatási pontként, hogy mert, hogy a Gazsi ezt mondta, és akkor erről el kell gondolkozni, vagy hogy ez a feladat, vagy legalább alkossunk erről véleményt, szerintem ez iszonyú fontos. Tehát, hogy iszonyú fontos, hogy vannak ilyen emberek. Egyrészt, mint a Gazsi, aki tud vonatkoztatási pont lenni, másrészt emberek, akik ezt behozzák a mozgalmakba, és egy ilyen magától értetődőségként kezelik, hogy olyan emberek is, akik kunyhóban laknak egy erdőben, ők is tudnak viszonyulni ahhoz, hogy a Tamás Gáspár Miklós mit mond az egyenlőségről vagy a lakhatásról. És egyébként nekem az anyukám emlékeztetett arra, hogy város mindenki aktivistáknak, hajléktalan aktivistáknak mennyire sokat jelentett az, hogy az magától értetődő volt, hogy a Gazsit kérjük fel beszédet mondani. Tehát az egy ilyen mindennapos mondás volt, hogy kit kérjünk meg beszédet mondani a tüntetéseken, hát a TGM-et, és akkor mindig mondtuk, hogy jó, de nem lehet mindig őt fölkérni, meg találjunk ki valaki mást. De hogy ez egy ilyen mindennapos szó egy ilyen csoportban, azért ez nagyon fontos, hogy legyenek ilyen embereink, akiknek a gondolata, meg az, ahogy a világhoz viszonyulnak, az egy ilyen nagyon alulról szerveződő csoportban is megjelenjenek. És akkor megtaláltam, vagy hát előszedtem. Szóval ez a lakásmenetből a beszéd. Nem kell ahhoz érdem, hogy valaki bezárkózhassék a jégeső és az unalmas fecsegők elől. Legalább az a szerény kis lakás, legalább ennyit érdemtelenül is megérdemel minden ember, mert nélküle nem lehet ember. Bezárt ajtó mögött szeretkezni, elmélkedni, dudorászni, olvasni, zenét hallgatni, főzni, csak úgy magunk elé nézni. Ennyit mindenki megérdemel. És akkor a beszéde végén mondja azt, ami nem tudom, kb. A legerősebb, pedig iszonyú szomorú, hogy az igazságtalanság mindenkit sújt. Az igazságtalanság igazolása mindenkit sért. A rendszer elviselhetetlen. És hát szóval ez egy nagyon szomorú, de mondjuk engem inkább cselekvésre késztet, mint megbékjóz, amikor ilyeneket mond. És akkor záráshoz közeledve, Bálint, te készítettél a 70. életévében egy életútinterjút, vagy eszmetörténeti interjút, talán így pontosabb a megfogalmazás a Partizánon. Tegnap is mi ezzel az interjúval emlékeztünk meg első reakcióként a szomorú esemény kapcsán. A te megítélésed szerint hol érdemes kezdeni valakinek, aki szeretné nem csak a publicisztika, nem csak a közíró Tamás Gáspár Miklós megismerni, hanem a filozófus Tamás Gáspár Miklós megismerni? Mit érdemes elsőként a megítélésed szerint egy ilyen érdeklődőnek a kezébe vennie? Rád melyik nem politikai, hanem filozófiai írása tette a legnagyobb hatást? Ez nehéz kérdés. Mert ugye ott ki vannak téve, és például a törzsi fogalmak két kötetes válogatás, az szerintem azért nagyon izgalmas, mert hogy az a Tamás Gáspár Miklós baloldali fordulatát megelőzően írott szövegeket tartalmazza alapvetően. Ötvös Józsefről van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon hosszú szöveg, és hogy ezek ilyen csodálatosak attól függetlenül, hogy más az ideológiai pozíciója, mint a később bírásainak, vagy akár az olvasónak. Hát van egy nagyon-nagyon-nagyon szép szövege, amivel én egyébként jó részt nem értek egyet, de nagyon költői is, és az nemrég megjelent az Antitézis kötetben magyarul a kommunizmus a szocializmus romjain, nem is hosszú. Szóval azt például mindenképp érdemes elolvasni, de az egyszerű és nagyszerű kapitalizmus, ami talán az eszméletben jelent meg, szintén egy jó, tehát nem publicisztikai, hanem elméleti szöveg, ami szerintem sok mindent jól helyre tesz. Azt hiszem az egyik legalaposabb, az egy nehezebb szöveg, viszont már az ugyancsak az Antitézisben jelent meg először magyarul, az a Telling the Truth About the Class című eredetileg, és talán Osztály és igazság lett a magyar fordítás, ebben nem jogbiztos. Azt is mindenképp érdemes elolvasni szerintem, mert egyrészt ott ugye a Russzói János meg a marxi szocializmus közötti különbségtételt vezeti le nagyon hosszan, és a Russzói ellen érvel nagyon határozottan, de mégis nagy tisztelettel, meg szeretettel, és a János evangéliumából van benne egy gyönyörű idézet, ami
még így eszembe jutott, hogy nem ebben a szövegben, de egy élő interjúban, aként idézte más fordításban, hogy boldogok, akik sírnak, és úgy vezette föl, hogy ez a világirodalom legszebb mondata. Amúgy nem akarom beléd folytani a szót, mert tudom, hogy más citátumokkal is készültél, de nem biztos, hogy van hozzá megfelelő és adekvát kérdésem, de hogy egyébként nyugodtan olvasd fel, amit azt gondolod, hogy most érdemes hallgatni a nézőinknek, mert... Hát igaziból, mert így ezt gondoltam, ugye elővezetted, hogy esetleg így a mozgalmakhoz, valahogy így a mozgalmakban játszott szerepéről is beszélgethetnénk, és akkor nyilván arról szó volt, hogy tulajdonképpen bármelyik tüntetésre, ha elment, akkor messze a legszebb, legjobb beszédet mondta, és hogy ami ebben a felvezetőként bejátszott interjúban is megjelent, hogy a legegyszerűbb dolgokról tudott a legpontosabban beszélni, és hogy nem a legegyszerűbb dolgokról a legegyszerűbb beszélni egyébként, sőt. És hogy szerintem ebben volt csodálatos. És én hát még egy idézetet hoztam, ami annyiban mindkettőnknek személyes, hogy a Város mindenki csoport indulásakor hát volt egy programadó szöveg, amit írtunk, és annak volt tulajdonképpen egy ilyen, és nagyon szép ez a szakszervezeti kérdés a 21. században című szövegéből egy mondat, de hosszú, hogy annak a fölismerése azonban, hogy szerencsétlenségünk és szolgaságunk többnyire független személyes vonásainktól, és ebben a balsorsban az emberek túlnyomó többségével osztozunk, mégpedig nem valamely embercsoport előre megfontolt szubjektív rossz indulatának következtében, a kizsákmányolás nem összeesküvés, hanem a tulajdonnal szemben és a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt véletlenszerű pozíciónk folyamányaképpen, ez egyrészt gyógyír az irracionális szégyenre és bűntudatra, amely a szegénységgel és az alárendeltséggel jár, másrészt azonban érvényes tudást nyújt a társadalomról, és erkölcsi ösztönzést jelent a fölszabadító kollektív cselekvésre. Tesz neked akár a publicisztikája, akár bármilyen más vonatkozásban van olyan írása, ami meghatározó volt, vagy adott esetben inspiráló bármilyen szempontból, akár mozgalmi munka szempontjából, akár az oktatói munka szempontjából, ugye a közéleti iskolájának te alapító és nagyon sokáig oktatója is voltál, mert tudom, hogy ezt a megnevezést nem feltétlenül szeretitek, de hogy akár mondjuk Tamás Gáspárról szövegekre lehet-e alapozni egy olyan emancipatorikus pedagógiai programot, amit a közéleti iskolája képvisel? Fú, azért az nehéz. Azért inkább szerintem a beszédek, meg az interjúk azok, amikor azért ezek az írások azért általában túl bonyolultak ahhoz, hogy így egy-egyben lehessen őket használni, és mivel kettőnk közül mindig én vagyok az ilyen olyan műveletlenebb, ezért én inkább egy olyat hoznék, ami nekem izgalmas volt igazándiból, hogy már nem tudom, hogy milyen rádióműsorban együtt interjúolták meg a TGM-et és a Majkát. És Kadarkai Endrének volt. Igen. És hogy... A Világtalálkozó című műsorának, talán az első adása. Mert nem vagyok benne biztos, hogy a Világtalálkozó című adása. Igen, és hogy én nem ismertem feltétlenül ezt a műsort, ez volt az első és talán utolsó, amit ebből meghallgattam, de nekem nagyon izgalmas volt az, ahogy a TGM-et egy ilyen sokkal ilyen, egy ilyen kíváncsibb, ilyen beszélgetős helyzetben láttam. Tehát, hogy szerintem az vele kapcsolatban fontos, hogy én is rettedesen meg vagyok illetődve, hogy most róla kell beszélni, mert úgy érzem, hogy nem érdemlem meg azt, hogy így olyan magasságokba emelkedjek, mint amilyen ő neki a gondolatai, és hogy nekem az a beszélgetés például abban segített, hogy lehozzon a földre, hogy azért egyébként ő is az embertársunk, és pont ugyanúgy néha hülyeségeket mond, meg vicceskedik, meg rajta nevetnek. Szóval hogy ilyen szempontból azt hiszem inkább csak ennyi. Nekem ez egy fontos volt, azon kívül egyébként sok interjút hallgattam vele, de hogy ez ilyen szempontból, hogy egy picit közelebb hozta, és nem ez a nagyon messzi ilyen, biztos, hogy sokkal butább vagyok nála, és szerintem sokan érzik így attitűd váltotta ki belőlem, hanem azt, hogy így, aha, lehet, hogy vele akkor most beülnék egy sörre, és akkor tudnánk dumálni jól, és nem csak megijedni kell tőle, meg nagyon-nagyon mélyen tisztelni, hanem hogy lehet hozzá máshogy is kapcsolódni. Igaz, valószínűleg kevésbé az ő hibája, mint sem a nyilvánosság szerkezetének egy sajátossága, hogy azok az emberek, akik ilyen elméleti tudásokat állítanak elő, azok valószínűleg egy fajta elszigetelődést is elszenvednek, mert pont ugye a Bálint által elmondottak is azt támasztják vele, hogy ő maga rendkívül közvetlen tudott lenni. Bocsáss meg, arra te is utaltál, hogy nem csak reagálni tudott egy beszédek közben megfogalmazott beszólásra, hanem dumálni is, igen. Ilyen párbeszédbe lépni vele. Köszönöm, itt voltatok, és köszönöm, hogy ezen az estén elfogadtátok a meghívásunkat, Udvarai Tessa, Misetics Bálint, sziasztok. Köszi. Köszi. És elvileg itt van már velünk a vonalban Szőcs Petra, költő, filmrendező, Tamás Gáspár Miklós jó barátja. Szervusz Petra, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
én is köszönöm. És így az adásban is köszönöm meg neked, hogy használtuk azt a fotót, amit te készítettél Tamás Gáspár Miklósról, hogy ez az a fotó egy fantasztikus felvétel, ami az Antitézis című legutolsó kötetének a borítóján is látható. Elmesélj nekem, hogy mi a történet ennek a fotónak, hogy hogyan készítetted? Igen, de ehhez távolabbról kellene indítani. A Gazsi nagyon szeretett fényképezni, és a mi első közös kapcsolódási pontunk az Kolozsvár, mert mindketten kolozsváriak vagyunk, és a kolozsvári útjairól rendszeresen küldött fényképeket. És ezek nagyon szokatlan perspektívájú képek voltak, tehát nem alulról és nem felülről, valahogy Ferdén voltak komponálva, és soha nem az volt a középpontban, amit mondjuk más oda rakott volna. Tehát, mint hogyha egy áthaladás közben készítette volna őket, meg se állva. És ilyen mozgásban voltak az épületek és a mély kertek. Volt egy túrája, amit mindig megtett, a Borjumáról indult, és aztán elment a régi lakásához, ahol született, a Rákóczi út 23-ba, és utána lesétált az Erzsébet úton, és innen küldött fényképeket. És amikor szóba jött, hogy az Antitézis címlapját terveznénk, akkor megkért, hogy fényképezzek valamit rá. És ez nagyon nehéz volt. Láttam mindenféle próbálkozásaimat, hogy zebrák voltak, meg tavak, meg erdélyi épületek, de egyik sem volt az igazi, és akkor úgy döntöttünk, hogy őt fogjuk lefényképezni, és ez egy nagyon szép délután volt, és a lakásában is fényképeztünk, meg az utcán is, de nem volt az igazi egyik kép sem. Nem voltak borítóképek. És akkor bementünk a CEU-ra, és mondtam neki, hogy nézzen össze-vissza, bármerre. És egyből fölfele nézett, és az lett a kép. És valaki, már nem tudom ki, azt mondta erről a képről, hogy olyan, mintha egy szabad ember nézne egy szabad emberre, és most ebben lehet, hogy van valami. Petra, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad most a nézőinknek, és azt is köszönöm, hogy vállaltad, hogy ma este megszólalj ebben az emlékműsorban. Minden jót neked, szervusz, szép estét! Köszönöm, viszont kívánom! Hamarosan érkezik ide Kőszeg Ferenc a stúdióba, de előtte nézzük meg egy rövid összeállítást a rendszerváltás kori Tamás Gáspár Miklósról. Felálltam a Kossuth szobor talapzatára, és a kezembe adták az erősítőt. Ugye hát azért mégiscsak egy nagy pillanat volt, hiszen először, 56 óta szólította föl valaki nyilvánosan lemondásra a kommunista párt vezetőit, éltette a több pártrendszert, az ellenzéket és a szabad társadalmat. Hát kétségkívül az életemnek egyik legfontosabb pillanata volt, és ma is tulajdonképpen meghatva emlékszem erre a dologra, és azt hiszem, hogy volt is jelentősége. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy természetesen az arcomat akkor még nem ismerte a közönség, és amikor távolabbi célpontjaira érkeztünk a tüntetésnek, akkor felhangzott a kiáltás a házas sorokból, hogy beszéljen a szakállas. Egyenesítsétek ki gerinceteket! Merjetek! Követeljetek! Állítsuk meg a válságot! Igen! Merünk! Igen! Védjük meg az erdélyi magyarságot! És folytatódik az emlékműsorunk. Minden vendégnek hálásak vagyunk azért, hogy ma este ebben a nehéz időszakban, ebben a nehéz órában vállalják a megemlékezésnek a terhét. De a szabad így fogalmazom, különösen hálásak vagyunk Kőszeg Ferenc, akik itt ül velünk a stúdióban. Szervusz, Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye a demokratikus ellenzékben és az SZDSZ-ben is együtt politizáltatok Tamás Gáspár Miklóssal, valószínűleg órákig tudnám mesélni arról, hogy milyen történeteket éltetek át együtt, de azt azért mindenképpen meséld el, hogy hogyan ismerkedtetek meg? Előbb ismerkedtünk meg, mint megismerkedtünk. Ugyanis én szerkesztő voltam akkor a Szépirodalmi Könyvkiadónál, és a Szépirodalmi Könyvkiadó vette át, és lektorált és vette át a határon túli magyar írók műveit is. Hát ezek között nem volt nagyon sok igazán jó dolog, de azért volt egy pár érdekes könyv akkor is. És így került hozzám a Teória esélyei című könyv Tamás Gáspár Miklóstól, az a feladattal, hogy írjak róla lektori jelentést. Most ezt elolvastam a könyvet, és írtam egy lektori jelentést, amit aztán később, jóval később a Múltunk, a múltunk vége című könyvembe is beletettem, nem csak magát a jelentést, hanem a hozzátartozó kommentárokat, vagy a hozzátartozó történetet is. Hát nem állítom azt, hogy mindent értettem, amit a Gazsi leírt, de azt, hogy ez egy rendkívül színvonalas könyv, az teljesen világos volt, és az is világos volt, hogy izgalmas ennek a könyvnek a sokfélesége, tehát hogy voltak benne kifejezetten teoretikus, filozófikus írások, és voltak benne kritikák, amelyek azonban magasabb színvonalok voltak, mint általában a könyvkritikák, és a hazai könyvkritikákkal összehasonlítva meg különösen feltűnt a színvonaluk. Úgyhogy én egy lelkes jelentést írtam a könyvről. Ugye akkoriban ezek tehát ez még azelőtt volt, hogy Magyarországon, hogy így mondjam, kicsit idézőjelben, divatba jöttek volna határon túli írók. Volt Magyarországon egy ilyen fölényeskedő, hogy hát mit tudnak ezek itt, akik nem is itt élnek, és ráadásul azt is lehetett tudni, hogy a szomszédos szocialista országokban, Romániában különösen sokkal élesebben működik a cenzúra, működött akkor a cenzúra, mint Magyarországon. Tehát volt egy ilyen kicsit fölényes, és nem volt megfelelő közönség érdeklődés. Ezt talán a Sütő András változtatott ezen egy kicsit. Úgyhogy néhány száz példányt vettünk át ezekből a könyvekből, miközben furcsa módon sokkal szigorúbban kellett őket lektorálni, mint a hazai könyveket. Például azért, mert a romániai pártálláspont egy csomó mindenben eltért a magyarországitól. Tehát a romániai álláspont szerint a tanácsköztársaságnak a harca Romániával szemben, vagy Erdélyért, az egy soviniszta aktus volt, és a Kun Béláról is úgy írtak, mint egy magyar sovinisztáról. És ez benne volt a főszövegben, ugyanakkor ezt a magyar könyvkiadásban nem lehetett leírni, hogy Kun Béla egy soviniszta, nacionalista, stb. Mi volt. Szóval voltak ezek a ilyen. És a személyes megismerkedésetek hogy nézett ki? Tehát mi az első személyes emléked Tamás Gáspár Miklósról, és mikorról? Hát aztán ő áttelepült. Már úgy emlékszem, hogy a 70-es évek második felében. De hát akkor már természetesen elég nagy híre volt. Szóval már ez a első könyve is feltűnést keltett, legalábbis bennem, de nem csak bennem, hanem majd talán még mondanék egy szót arról, hogy mi lett ennek a könyvnek a sorsa. De hát valahogy tehát amikor átjött Magyarországra, az egy,
legalábbis abban az ellenzéki értelmiségi körben, amelyben én voltam, abban egy esemény volt, egy szenzáció volt. Hadd térjek egy pillanatra még vissza ennek az első könyvnek a történetére. Szóval én írtam, mondom, egy nagyon-nagyon pozitív jelentést erről a könyvről. Még valaki más is, nem akarom megnevezni az életet, egy kollégám is írt. Most ő azt emelte ki, hogy a könyv tele van idézetekkel és új hivatkozásokkal azokra a deviáns marxista filozófusokra, akiket akkor 1973-ban párthatározatilag ítéltek el. Én is emlegettem ezeket, de én nem úgy emlegettem, hogy hát ez milyen kínos dolog, hogy Vajda Mihályra és másokra hivatkozik, hanem pozitívan. És nagyon csodálkoztam, hogy egy kollégám ezt kvázi ilyen leleplező cím szándékkal és indulattal írta meg, mint aki. De azt gondoltam, hogy ennek nem lesz további következménye. Viszont ebben az esetben megtörtént az, ami tulajdonképpen azt hiszem az egész könyvkiadói pályafutásom alatt soha máskor, hogy az Illés Endre, tehát a kiadó igazgatója, akinek óriási tekintélye volt, és akinek én is elének tisztelője voltam, sőt volt egy idő a kapcsolatunkban, amikor kifejezetten ilyen hát közeli, mondhatni baráti viszonyban voltunk, hát amennyire lehet valaki baráti viszonyban, a jóval idősebb és jóval tekintélyesebb főnökével. Tehát behívott az irodájába, és azt mondta, hogy igen, nagyon jó a jelentése, természetesen minden, de csak azt arra kérnélek, hogy a végére írd oda, hogy az átvételét nem javaslod. Hát mondom, azt hogy tehetném meg? Hát az egész lektori jelentés arról szól, hogy milyen jelentős, érdekes ez a könyv ez. Hát nem lehet ezt azzal befejezni, hogy nem javaslunk az átvételét. Hogyha erről van szó, akkor az egész jelentést át kellene írnom. Nem kell semmit se átírni, csak végre írt oda, hogy az átvételét nem javaslod. És próbáltam ez ellen tiltakozni, és úgy éreztem magam, mint néhány évvel korábban, amikor le voltam tartóztatva ugye 57-ben egy ideig, és akkor be akartak szervezni besúgónak, amit aztán hát hosszadalmas beszélgetések és viták után végül is megtagadtam és visszautasítottam. De úgy éreztem, hogy akkor sokkal könnyebb helyzetben voltam, mert egy pillanatig nem volt az érzésem, hogy illene talán mégis csak besúgónak lennem. Tehát egy pillanatig nem volt kérdés, csak valahogy mind a ketten próbálgattuk, hogy meddig menjünk el. De az Illés Endrével ezt nem lehetett, mert az Illés Endrével mégsem voltam ellenséges viszonyban. Uh-huh. Amellett hát azért sokkal jelentősebb személyiség volt, mint az a állambiztonsági, mint tudom én, őrnagy, aki be akar szervezni. És úgyhogy végén hát azt beláttam, hogy nem tudok mit tenni, hogy kénytelen vagyok ezt a gesztust megtenni, de rettentesen szégyeltem magam. Azt hiszem, az egész kiadói pályafutásom alatt semmit sem éreztem ilyen szégyenletesnek, mint azt, hogy ráírtam erre a jelentésre, hogy az átvételét nem javaslom. Erről később beszéltetek valaha a TGM-ben? Igen, természetesen, amikor Magyarországra jött, akkor elmondtam neki, megmutattam neki az egész jelentést. És mit reagált rá? Azt hiszem legyintett, nem volt jelentősége. Nem volt jelentősége, mert annyira nem voltak ezek, tehát olyan nagy cirkusz volt, hogy befolyásolta mondjuk egy szlovákiai magyar írónak a helyzetét, az, hogy milyen jelentés készült róla a Szépirodalmi Kiadónál, de olyan értelemben jelentéktelen volt, hogy olyan minimális példányszámban vették át ezeket a könyveket akkor, tehát a 70-es évek elején, és olyan kevés vásárolója volt, hogy igazából nem láthatatlan maradt a dolog. Szóval aztán
úgy tudom, hogy összesen 3 példány volt forgalomban Magyarországon ebből az egyébként tényleg jelentős könyvből. Milyen volt ő, mint politikus? Ugye most a megemlékezések az erkölcsi kérelhetetlenségét emelik ki, miközben nyilván azért politikusként a kompromisszumkötés az egy alapvető munkaeszköz. Szóval milyen módon volt esetleg konfliktusban az ő erkölcsi morális karaktere a politikusi hivatás kívánalmaival? Én azt hiszem, és olyan emlékeim vannak, hogy igazán ezt a politikusi pályát, bár csinálta és bizonyos értelemben és bizonyos körülmények között szívesen és kedvel csinálta, de igazából nem érezte a magáinak. Éppen azért, mert ez tele van olyan helyzetekkel, amikor az embernek olyanokkal kell vitatkoznia, akikkel szemben szellemi fölényben érzi magát, és ugyanakkor ez nem illik éreztetni velük, hogy szellemi fölényben van. Szóval... Ezt te csak érzékelted, gondoltad, föltételezted, vagy ő maga is mondta ezt? Hát, amire emlékszem, és amit konkrétan mondott, az, hogy milyen nehezére esik hosszú, sok órás üléseket végighallgatnia és végigülnie, amikor úgy érzi, hogy a kérdésben sokkal hamarabb és sokkal egyértelműbben lehetne dönteni. De hát a tárgyaláshoz hozzátartozik az alkudozás, és hogyha valaki nem akar, tehát az olyan dolog, mint hogyha valaki egy keleti bazárban szőnyeget akar venni, akkor nem illik azt mondani, hogy ennyit fizetek és kész. Akkor ugye át kell esni ezen az alkudozási folyamaton, és ez nagyon nem volt testhez álló neki. Volt-e olyan politikai, ideológiai vitátok, pengeváltásotok, ami különösen emlékezetes a számodra, és szívesen ideidéznéd, ami esetleg kifejezetten formált is a te világnézeteden? Hát azt kell, hogy mondjam, ez a szomorú alkalom, hogy a közvetlen halála után beszélgetünk, nem igazán alkalmas arra, hogy ezeket a vitákat, nézeteltéréseket itt pertraktáljuk, de hát nagyon sok mindenben nem értettünk egyet. Mondjuk két szinten. Egyrészt nem értettem egyet az ő, mondjuk így mondom, a forradalmi radikalizmusával. Azt gondoltam, hogy ez igazából korszerűtlen, meghaladott. Nagyon fontosnak tartottam, meg fontosnak tartottam, hogy ez hangot kapjon, de én meglehetősen távol álltam ettől a felfogástól. Amit jól jellemez az, hogy együtt vettünk részt a Mércének egy szerkesztőségi ülésén. Én elég rendszeresen írtam a Mércébe, Gazsi is. A kérdés az volt, hogy vállalnánk-e azt, hogy szerepeljen a nevünk a Mérce a lapon, mint állandó munkatársként. És akkor én azt mondtam, aztán, hogy a Gazsi vállalta, de ebben nem vagyok teljesen biztos, de abban biztos vagyok, hogy azt mondtam, hogy én továbbra is nagyon szívesen írok a Mércébe, szeretek is a Mércébe írni, soha nem volt semmi konfliktusunk, de nem akarok úgy szerepelni, mint a Mércének az állandó szerzője, mert ehhez én nem vagyok elég, nem vagyok eléggé benne abban a ideológiai gondolkodásmódban, ami a Mércét jellemezte. Tehát ez ami egy kicsit nehezebb dolog volt, hogy akkor, amikor az SZDSZ-en belül hát elég komoly vezetési nézeteltérések voltak, nevezetesen arra gondolok, hogy a Tölgyesit választották meg, Tölgyesi Pétert választották meg frakcióvezetőnek, hát akit ugye itt igazán nem kell bemutatnom, mert éppen a Partizán készített egy nagyon jelentős
beszélgetést Tölgyesi Péterrel nem régiben. Tehát én nagyon ellene voltam a Tölgyesi menesztésének és leváltásának, és azt gondoltam, hogy ez egy jogszerűtlen és amellett formálisan is egy abszurd dolog, és ebben elég élesen szembe kerültünk egymással, úgyhogy úgy volt, hogy a Gazsi rendszeresen fog írni a Beszélőbe, amelynek akkor én voltam a főszerkesztője, és amikor ezt a kis glosszát megjelentettem, amelyben bíráltam a Gazsit azért, hogy a Tölgyesi kérdésben így hirtelen megváltoztatta az álláspontját, akkor ezen annyira megsértődött, hogy azt mondta, hogy soha többet nem ír a Beszélőnek. És azt hiszem, ez így is maradt. Ugye egy másik el, amit ki szoktak emelni, és erre te is utaltál valamelyest, tehát ugye ő életnek az utolsó jelentős szakaszát azért baloldali emberként töltött el, de hogy volt a korábbi szakasz, amikor más típusú világnézetekkel tudott azonosulni. Te ezt mennyire követted le, és akár még az ő baloldali fordulata, úgynevezett baloldali fordulata előtt is voltak-e már meghatározó vitáitok? Ha igen, akkor milyen jellegűek? Hát az első nagy feltűnést keltő írás az éppen az ellenkezője volt a későbbieknek, mert a Beszélőben jelent meg, a Beszélő utolsó számai egyikében, már a Szamizdat Beszélő utolsó számai egyikében, a Búcsra baloldaltól, amely szerintem egy kitűnő cikk volt, és amelyel teljesen egyetértettem, ahol ő bírálta azt, hogy a társadalomkritikus értelmiség a két háború között is, meg a háború után is a rendszerkritikát mindig baloldali kritikaként fogalmazta meg. És azt mondta, hogy ennek tulajdonképpen véget kell vetni, amit ez a rendszerkritika tartalmaz, az egy nagyon helyes rendszerkritika, de nem nevezhető kifejezetten baloldali kritikának. És én emlékszem, hogy akkor nagyon sok magát baloldalinak tartó és magát ugyanakkor liberálisnak is tartó értelmiségi teljesen fel volt háborodva, hogy a Gazsi szembefordul a hagyományos baloldallal. Én meg tökéletesen egyetértettem és helyeseltem azt, hogy a Gazsi ebben a dologban ennyire szókimondó. Úgyhogy ehhez kép, és arra is emlékszem, hogy ugye akkor azért elég, tehát én magam valahogy egy kicsit közelebb kerültem akkor a marxizmushoz, amikor megismerkedtem a Bence Györgyel, Kis Jánossal és ezzel a társággal, és tulajdonképpen imponált és tetszett nekem az, hogy a Gazsi úgy mondja magát társadalomkritikusnak és baloldalinak, hogy nagyon hangsúlyozza azt, hogy az ő kritikája nem marxista alapú kritika, hanem inkább egy anarchista szemléletből származó kritika. Ez nem volt mindig könnyű megértenem és felfognom, mert nagyon távolról sem vagyok teoretikus dolgokban az foghatóan felkészült, ahogy a Gazsi felkészült volt, de hát az, hogy ebben a tekintetben is egy határozott másságot képviselt, ez nagyon, nagyon imponáló volt. Politikán, elméletalkotáson túlmenően volt-e bármilyen viszonyatok? Van olyan személyes történet, amit megidézni esetleg a nézők kedvéért, hogy akik nem ismerhették őt személyesen, mégiscsak azért valamilyen módon kaphassanak egy benyomást arról a karakterről, ami őt jellemezte? Hát számra, mint szerkesztő számára nagyon fontos volt az írás minősége. És a Gazsi ebből a szempontból brilliáns volt. Szóval egyszer volt valami beszélgetésünk arról, hogy én valamit javítottam-e az ő kézirattán, mert elég, nem is tudom milyen szót kellene használni, de tehát eléggé átírtam a hozzám kerülő kéziratokat, és eléggé meg voltam győződve azon, nem csak mint a Beszélő szerkesztője, hanem mint a könyvkiadói szerkesztő, és hát sajnos Kossuth Díjas írók voltak képesek olyan
olyan trehány mondatokat leírni, hogy azokat én nem bírtam elviselni, és azokat kijavítottam, és mindig rettegtem, hogy ebből rettentős botrány lesz. De igazából aztán sose lett. Tehát amikor megjelent a könyv, akkor ezek a szerzők, akik felháborodva látták azt, hogy valamit, vagy egy mondatokat átírtam, hogy egy szót se szóltak arra, hogy az egész könyv át volt írva. Hát talán túlzás, de minden esetre egészen biztos vagyok benne, hogy teljesen fölöslegesen töltöttem el sok-sok munkaórát azzal, hogy rossz könyveknek a stílusát javítottam. Na, és a Gazsi megkérdezte, hogy valamit változtattam-e az ő szövegén, és erre teljesen csodálkozva azt mondtam, hát hogy képzeled, hogy változtattam a te szövegedben? Hát én ilyen fényes tollú szerzőknek a szövegén soha nem változtatok. Csak azoknak a szerzőknek a szövegén változtatok, akik rosszul írnak. De te aztán igazán nem írsz rosszul, és azért, hogyha mondjuk egy mondatról azt gondolom, hogy ezt én másképp fogalmaznám, az eszem ágában sincs átírni, mert teljesen tisztában vagyok vele azzal, hogy ezek jó mondatok, hogyha nem is pontosan azok a mondatok, amiket én fogalmaznék az adott helyzetben. Mikor találkoztatok utoljára? Mi az utolsó emléked róla, ha megkérdezhetem? Nem olyan nagyon régen, és az utcán találkoztunk, és ez csak egy nagyon, nagyon futó találkozás volt. És igazán csak sajnáltam is, hogy nem álltunk meg egy kicsit hosszabban beszélgetni, de valahogy talán én mentem valami, hogy utolérjek valami, elérjek valami buszt talán Nádor utcában, és igazából aztán sajnáltam, hogy nem javasoltam, hogy üljünk le, ha nem is ebben a pillanatban, de hamarosan, és beszélgessünk egy kicsit, mert igazából akkor már nagyon régen nem beszélgettünk. Hm. És azt gondoltam, hát most pláne azt érzem, hogy elmulasztottam valamit azzal, hogy nem találkoztam és nem beszélgettem többet a Gazsival. És akkor zárásként szerinted azok, akik őt most gyászolják, mivel tehetnek a legtöbbet annak érdekében, hogy az ő emlékét, az ő munkáit, azokat a gondolatokat, amiket az élete során létrehozott, előállított, könyvekben megfogalmazott, írásokban lefektetett, és így tovább. Szóval, hogy ezt a lehető legméltóságteljesebben, mi legméltóbban továbbadományozzák a következő generációk számára? Hát azt gondolom, hogy ez mondjuk elég kézenfekvő, hát olvasni kell, és beszélni kell róla. És hát számos olyan könyve van, amelyet igazán érdemes olvasni. Nekem az egyik kedvencem az Idola Tribus, tehát a Népek Bálványai című elég régi könyve, amelyik még a forradalmi korszaka előtt keletkezett, és amelyben nagyon kritikusan ír a francia forradalomnak éppen a népi és tömeg jelenségeiről. Szóval azért, hogyha az ember belegondol, hogy mondja Marat vezetésével, mert az, hogy egy forradalmi mozgalomban embereket sérelmek érnek, embereket bántalmaznak, az azt mondom, hogy rendben van, de ezt tudomásul kell venni, hogy ilyen van. De az, hogy börtönbe zárt foglyokat kihozunk a börtönből és agyonverjük őket, az nem fogadható el valaki számára, akinek az számára mondjuk a jogszerűség még a bebörtönzött emberekkel szemben is kritérium. Köszönjük, Ferenc! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és megtiszteltél minket a jelenléteddel. Köszönöm szépen a meghívást. Tamás Gáspár Miklósról köztudomás, hogy Erdélyből származott, Erdély kiemelt jelentőséggel bírt az ő életében. Kadarka Endrének egy korábban adott interjújában is beszélt már erről, most ebből nézzünk meg egy részletet, utána pedig Kolozsvár fogjuk kapcsolni, és ottani tisztelővel folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Kolozsváron élt 30 éves koráig, ami vegyük úgy, hogy egy kisváros, tehát nem egy kimondottan nagyváros. Ennek ellenére gondolom nem először találkozik azzal a kifejezéssel önnel kapcsolatban, hogy egy klasszikus világpolgár. A szónak abban az értelmében, hogy ilyet képzel egy intellektuál polgári embert, körülbelül ezt a magatartásformát képzeli el. Ez a nagyviláziasság, vagy világiasság, ez honnan van önben? Hát az érdekes az, hogy ennek az oka az erőszak.
hogyha én egy tisztességesebb társadalom értem volna, akkor én most valószínűleg egyetemi tanár lennék Kolozsváron. És nem mentem volna sehova. Muszáj volt elmenni. Úgyhogy egyáltalán nem önként lettem világpolgárra, hanem azért, mert száműztek tulajdonképpen. Úgyhogy... Ez nagyon bántja? Igen. Igen. Elkergettek az otthonomból. Ezt nem lehet megbocsátani. Nem is akarom. Ha visszapörgethetni az időkerekét, akkor szívetelés valójával Kolozsváron élne a mai napig? Én mai napig kolozsvári vagyok, persze. Oda megy haza? Igen. Leginkább. Akkor, amikor el kellett jönnie 78-ba. Igen. Akkor maradjunk itt. Miért kellett eljönnie 78-ba? Hát különben börtönbe kerültem volna. Ellenzékisége miatt? Mondjuk engedetlenségem miatt. Ott nem volt egy kiformált ellenzék. Úgy is tudom elfogadni, hogy Romániában azért üldöztek, hogy amit nem csináltam, vagy amit nem voltam hajlandó csinálni pontosabban, Magyarországon azért, amit csináltam. Ez mégis egy különbség. És ahogy ígértem, hamarosan kapcsoljuk Kolozsvár, de előtte még itt a stúdióban folytatjuk a beszélgetést, amelyben kicsit körbejárjuk azt, hogy mit is jelentett Erdély Tamás Gáspár Miklós számára, a fiatalkora számára, a gyermekkora számára. Itt van velünk a stúdióban Körösi P. József írószerkesztő, szervusz, Balazs Zsófia költő újságíró, szervusz, illetve Cserényi László szerkesztő, tévérendező, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Mindenkihez ezzel a kérdéssel indítok, és itt is most ez az adekvált első kérdés. Mi a legelső emléketek Tamás Gáspár Miklósról, hogyan ismerkedtetek meg vele? Jóska. Hát nekem az emlékem az első nem feltétlenül személyes. Ugye mostan az emlékezések során gyakran, vagy szinte mindenütt azt olvasom, hogy az utunknak korrektora volt, az én emlékem szerint, majd Zsófi talán kiigazít, hogyha rosszul emlékszem, nem volt és nem is lehetett korrektor, csak gondoljunk bele abban az időben, tehát ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, vagyis nem volt szerkesztő, nem lehetett szerkesztő, az én úgy tudom, hogy korrektora volt az utunknak. Na most... Mikor leépítették akkor? Igen, tehát gondoljunk csak bele, hogy abban a rendszerben hogyan lehetett volna egy heti lapnál, egy irodalmi heti lapnál egy ilyen ember, mint ő, aki már akkor azért elég lázadó és lázító személyiség volt. Tehát nekem az első emlékeim azok közvetettek, de nagyon beszédesek. Többek között például, ugye én gimnazistaként jártam föl a kézirataimmal Kolozsvára, és az volt a hír róla, hogy nagyon gyakran, de mondom engem, ki lehet igazítani, mert ezek csak ilyen közvetett emlékek, hogy elég gyakran elragadtatta magát, és asztalról szónokolt például, vagy kifejezett, tehát egy nagyon vicces ember volt egyébként egész életében, majd hogyha az Őrsi szóba kerül, akkor erről is szívesen beszélnék. Hát hosszóba gyerünk. És közben meg arra is kérlek, hogy van egy fotó nálad. Arra Kovács Attila is, ő van rajta. Hát nem tudom, ezt meg lehet-e, vagy egyáltalán látszik-e, hogyha... A kollégák hogyha... meg fogják komponálni, és addig folytasd nyugodtan a mondataidat. Hát, cserik, de tarts ki, kérlek. Ha jó, akkor itt tartom. Szóval, és a szerkesztőségből igazából, hogy mondjam, tehát nem egy, a tartalmi ügyekhez egy idő után közvetve, vagy áttételesen lehetett neki köze, hiszen nem engedték, hogy igazából befolyásolja a lapot. Tudomásom szerint, amikor a Létai Lajos főszerkesztő nem volt éppen Kolozsváron, mert ugye főszerkesztőként különböző hivatali ügyeket intézhetett Bukarestben vagy akárhol, akkor jutottak szóhoz a labban olyan kéziratok, amelyek egyébként nem jelentek meg, tehát ebben neki esetleg lehetett közel. A másik ilyen emlékem vele kapcsolatban, hogy Nagyváradon volt egy úgynevezett Ady Endre irodalmi kör, és 1977-ben Ara Kovács Attila szervezésében, annak valamikor hol vezetője voltam, hol nem, és Ara Kovács Attilával is volt egy időszak, amikor együtt csináltuk, vezettük ezt a kört, és ő megszervezett egy ilyen brettel találkozót 1977 márciusában. Ez egyrészt egy nagyon emlékezetes ilyen találkozó volt, rettenetesen sokan jöttek el erre, és ezen a Gazsi is ott volt, Gazsi, Egyet Péter, Zsófi, az előbb hoztam egy másik fotót, ahol szintén ő, és ők is láthatók, Aradi József, tehát nagyon-nagyon akkor már neves értelmiségiek, írók. Ezen a napon volt a földrengés Vráncsa megyében, illetve Bukarestben. Nagyon emlékezetes volt, mert én akkor a postán dolgoztam táviratkézbesítőként, és próbáltam azoknak az embereknek kapcsolatot teremteni, nem működtek a telefonok, akik Kolozsváról, Csíkszeredából, például Ágoston Vilmos Csíkszeredából volt ott, hogy a családjukkal felvegyék a kapcsolatot. De most
Egy másik ilyen emléke magazsival, az ehhez az antológiához kapcsolódik, az ötödik évszakhoz, aminek a bemutatója, ugye Marosvásáron jelent meg, a bemutatója az 1979 vagy 80-ban lehetett Marosvásárhelyen. Ott a Gazsi tartott egy előadást, ami arról szólt, hogy akkor már lehetett tudni, hogy ő eljön. Ami arról szólt, hogy van, erre emlékszem, hogy vannak Bástyán belüliek és Bástyán kívüliek, és hát akik nincsenek szerkesztőségekben, nincsenek kiadóknál, és nem is lehetnek, ezek vannak a Bástyán kívül, és hát ugye ő is ezek között, és vannak mások a Bástyán belül. Ez egy nagyon, hogy mondjam, majdnem botrányba fulladt találkozó volt, egyszer csak valaki valószínűleg WC-re akart menni, kiment ebből a teremből, ahol ez a beszélgetés, ez a tanácskozás zajlott, és benyitott egy szobába, és abban a szobában drótok és mikrofonok voltak, tehát nyilván ott vették föl a beszélgetést. Na most aztán valamikor a 70-es évek legvégén, vagy talán 79-80-ban került, tehát én 85-től a József Attila körnek voltam a titkára, ez egy választott tisztség volt, tehát a tagság választott, a Gazsi is tagja volt a József Attila körnek, és a körben a 35 év volt a felső korhatár, tehát ha betöltötted a 35. életévedet, akkor megszűnt a tagságot, és hát nyilván jelentkezett az írószövetségbe, ahova nem akarták fölvenni, és igazi folyamatos botrány volt, mert pártutasításra nem lehetett a Gazsit az írószövetségbe fölvenni, és azt találták ki, hogy azért nem, mert ő filozófus és nem író, tehát így aztán nem lett, akkor nem lett az írószövetségnek a tagja. Most egyszer lett volna egy találkozó Nagyváradon, ahol találkozott volna ő az Őrsivel, az Arakovács Attilánál, és a Gazsi, ez szintén a 70-es évek legvége, tehát amikor már lehetett tudni, hogy ő kijön Romániából, kitelepül Magyarországra, és erre nem jött el. Na most azért voltak ilyen ügyek a Gazsi életében, hogy sokszor nem igazán lehetett. Még annyit, hogy az ő eljövetele, a Páskándié volt az első, a Páskándi Gézái, aki elindított egy nagy hullámot. Na most a Gazsinak az áttelepülése Magyarországra szintén egy újabb hullámot indított el, tehát nagyon sokan érezték úgy, hogy ha már a Tamás Gáspár Miklós is, akkor nekem is mennem kell. Zsófia. Bonyolult elmondani, nagyon sokféle viszonyban voltunk, minden esetre azt szoktam mesélni, hogy születésünk előttől ismerjük egymást. Tehát az anyáink jó barátok voltak, 43-ban mindkettejüket a szamosfalvi börtönben tartották fogva, Gazsi édesanyját egy év politikai okokból egy év börtönre ítélték, anyám szabadult, de Erzsi néni így, hogy börtönben volt, ezért nem deportálták. Már egy 43-ban. Igen. Igen. És később, amikor Gazsi 48-ban megszületett, akkor édesanyám elment Erzsikének az újszülött kisfiát megnézni, ez 48 ősze, de én akkor már a hasában voltam, mert én 49. januári vagyok, úgyhogy mondhatom, hogy születésünk előttől ismerjük egymást. Az én személyes emlékeim közt egy ilyen körülbelül 4 éves korunkra emlékszem vissza, hogy nálunk a nagyszobában levő ebédlőasztal nagyszerű rejtekhely volt, olyan kis a csapolásról kis polcocskák, és én bemásztam az asztal alá, és hívtam Gazsit játszani, és az egyik első élénk emlékem róla, hogy kering, megy körbe-körbe, hátratett kézzel az asztal körül, látom a kis rövid gyöngyházgombos nadrágocskáját, a fehér tértharisnyát, megy körbe, és magyaráz, és oktat, és előadást tart. Ez az első folyamatos emlékem róla. Úgyhogy aztán később diákkorunkban sokszor összejöttünk. Ő először Bukarestbe ment tanulni görög-latin szakra, iratkozó klasszika filológiára. Közben, bocsáss meg, ugye köszönjük szépen, hogy a rendelkezésre bocsájtották különböző felvételeket. Ez egy kincs, ez a kép. És így kérlek, hogy akkor mondd el, hogy mik láthattak igazából ezeken a képeken. Igen.
Ez egy egészen ritka, ez 78-ban készült, nem tudom, hogy honnan jövünk, lehet, hogy Gál Gábor kör, vagy valamilyen más alkalom, és beültünk Kolozsváron a Continental, az egykori New York szálló vendéglőjébe valamit enni, inni, és hát bal szélen Szőcs Géza van, mellette Frenkel Anna, Gazsi első felesége, egy bűbájos, csodálatos ember, Máriusz Tabáku, az én első férjem, nem tudom, tudod-e, nagyon komoly ellenzékű volt, ő szórt román nyelvű röpcét Kolozsváron először, egyébként 15 könyvet fordított magyarról románra, egy csodálatos ember volt. A másik Egyed Péter, filozófus, angolszász liberalizmusból írta az államvizsga dolgozatát, mellette a felesége Andrássy Kati, és mellette a fiatal Gazsi, és a legszélen én, akkor még rövid volt a hajam. A képen lévők közül egyedül én vagyok életben. Nagyon, nagyon szomorú nekem ezt a képet látnom egyébként, mert hát mindenki idő előtt halt meg, viszonylag fiatalon. Tehát Gazsival aztán később, mikor hazajött Bukarestből, akkor egy ilyen hosszú, akkor már felvett egy egészen másfajta, itt is van egy kép, ez az én 65. születésnapomon készült, itt a stúdiókában. Gazsi akkor egy ilyen hosszú felöltőben, kis csokornyakendő, lobogó, piros sál, és jöttünk egy hangversenyről, és keringtünk a házunk előtt a Széchenyi téren, beszélgettünk, és akkor ő Thomas Mannról tartott nekem előadást, valamit kifejtett, emlékszem, hosszan beszélgettünk. Egyébként életemben az első Hölderlin, német nyelvű Hölderlin verses könyvet Gazsitól kaptam. Én ott dolgoztam az ő lakásuk közelében, mert a rádióstúdió a kolozsvári, amelynek én előbb irodalmi, aztán zenei szerkesztője voltam, most nem magyarázom el, hogy miért mind a kettő, az nagyon közel esett a lakásukhoz, én szinte naponta jártam át hozzájuk, mert Annával, a feleségével rendkívül jó viszonyban voltam, úgyhogy sokszor találkoztunk. De különben is volt egy nagyon szoros baráti kör, mint arról a képről látszik, tényleg csak Laci hiányzik erről a fotóról, és nem de is... Miért? Nem, arra nem emlékszem. Mert még itt vagyok, in vivo. Hát miért, én is itt vagyok, lehetnénk ketten. Ez is, menjünk vissza az előző képre, azt kérem a vezérlőtől, amit az előbb láthattunk, mert igen, azt a képet azt mi nem magyaráztam. De ez az egész baráti körhöz még Laci és a felesége tartozott volna, igen, Kolozsváron. Tehát ez egy nagyon komoly baráti kör volt, amiben az az érdekes, egészen különböző foglalkozások, de hogy egy ilyen nagyon jó hangulatú, kritikai barátság, tehát nyugodtan azt lehet mondani, hogy mester, ez nem sikerült olyan jól, vagy ez nagyon jó volt ez a könyve, tehát egy ilyen nagyon nyílt, és általában, és egy menedék is volt abban a rettenetes diktatúrában, tehát mi mindent mindig meg tudtunk beszélni. Igen, ennek a képnek kérlek a történetét, mesélj, a Lászlónak átadjuk a szót. Ennek? Igen. Ez a könyvbemutatóm, ez a Budapestre érkezésemkor az első könyvbemutató az Írók boltjában. Hányban járunk? 92 vagy 93-ban volt a könyvbemutató, amelyre Gazsi eljött. És akkor László, hozzád fordulok. Azon gondolkoztam, hogy én Gazsival mikor találkoztam először, nem tudom megmondani. Kolozsvár az a furcsa belterjes és egyben bensőséges város volt, amelynek különböző közösségei egyébként meglehetősen nagy békében, de egymástól elszigetelve vagy párhuzamosan éltek. Tehát Kolozsváron volt egy magyar világ, volt egy román világ, volt még valami kisebb százvilág is, persze. És volt egy komoly és kis kolozsvári hitkösség is, zsidó élet is, igen. Igen, és a kolozsvári magyar értelmiségek, akikbe természetes módon tartoztak a zsidók is, ez valahogy úgy, hát nem is volt érdekes, vagy fel sem tevődött. Hát legfeljebb úgy elhülyéskedtünk vele. Zsófi időnként mondta nekünk, hogy én vagyok nektek a házi zsidaja, mondta. Vízből ezen meg röhögtünk, mert az csak valami, még vallás sem volt, tehát hiszen
Meg azt kérdezted, hogy még mindig azzal az Oláhal jársz, mikor Máriusszal jártam, utána a legjobb barátja lett. Persze, de akkor sem, de hát ez nem olyan típusú Olához. Nem, ez csak évődés volt. Viccesen mondtuk pont ilyeneket azért egymásnak, hogyne, persze. Na most igazából az egyetemen ismertem meg Gazsit, mert mi jártunk egy időben együtt egyetemre, a Történelem-Filozófia Fakultása Kolozsváron, és én pszichológiát, Gazsi pedig filozófiát tanult. És már emlékszem, hogy már akkor engem Gazsi valahogy intellektuálisan és képességeimhez mérten túlbecsült. Tehát meghívott olyan előadásokra, ahol kapásban megemlített mondjuk 4 darab középkori német alföldi filozófust, egyiket sem hallottam az életemben soha, és olyan úgy keresztül tekintettem, és rám nézett, ugye ezt mi tudjuk. Csak én biztatóan bólogattam, de ebből én nem értettem semmit. És azt hiszem, hogy titkon ezt ő is tudta, de valahogy ezzel ő szeretett játszani. Neki az volt a hihetetlen intellektuális fölény, és az őrületes, már akkor lexikális műveltsége volt a lenyűgöző. Mi pedig például soha nem szeretett viccet mesélni, nem. Olykor egy furcsa, tréfás történetet elmesélni, de az nem vicc volt. Tehát az tőle teljesen idegen volt. Tehát ugye az egyetem alatt már persze nagyon nagy barátságba keveredtünk, és miközben megvolt ez a nagy és elég ismert nevekből álló baráti társaság, külön-külön is tartottuk a kapcsolatot. Tehát számomra életre szóló élmény volt, és Gazsi számára is, hogy az akkori feleségével, Annácskával jártak hozzánk, és én akkor Benedek Elektől a magyar népmesékből olvastam föl. Hm. Volt egy ilyen korszakunk, hogy minden este elárultam, hogy én a feleségemnek szoktam, akinek akkor még azt hiszem csak udvaroltam, este az ágyban mesét olvasni, magyar népmeséket. És Gazsi ezt rettentesen megirigyelte, és heteken, hónapokon keresztül kért, hogy én olvasok föl népmesét. A másik nagyon erős... Olvastál végül? Hogyne, persze. Ez mind a mai napig emlegette időről időre, nagy nosztalgiával. Kolozsvár szeretete is nagyon összekapcsolt minket, és érdekes, hogy bennem egy kicsit másképp rendeződött, és ez a Kolozsvár már idegen számomra, szeretem, de teljesen idegen. Ezzel szemben Gazsi újra megtalálta benne saját magát, és valamit Kolozsvárból, közben ő is tudja, hogy ez a Kolozsvár teljesen más. Egy nagyon elenyésző százalékú magyarsággal lassan, ugyanakkor nagy nemzetközi város lett, hatalmas külföldi diáksággal, és valahogy egy kicsit úgy járt a nacionalizmussal is Kolozsvár, mint annak idején a finnek a lapgyűlölettel, hogy mikor már majdnem kiirtották őket, akkor elkezdték szeretni. Tehát ez most Kolozsváron is így van, hogy igazából a különböző közösségek között nincs gyakorlatilag semmiféle súrlódás. Nem mintha nem lenne rá igény, vagy nem lehetne ezt kiváltani. Azt akartam mondani, hogy Kolozsváron ilyen párhuzamos közösségek voltak, de minden magyar értelmiségi ismerte egymást. Tehát, hogy a Zsófi édesanyád, valahogy az én édesapám kollégák voltak az egyetemen, meg. Tehát mindenkit ismert, természetesen a Gazsi szüleit is jól ismertük. Gazsival haláláig nosztalgiáztunk, nem tudok még múlt időben beszélni róla, Kolozsváron, Kolozsvár egyes utcáit, középületeit folyamatosan emlegettük, a kioszkort, a sétatér, az Ursus, a Betlen bástyának a falán hány lépcső volt, kérdeztük egymástól. Nagyon-nagyon szerette Kolozsvárt, és érdekes, hogy mikor már nagyon nagy beteg volt, akkor is erőt vett magán, és fél évvel ezelőtt még Kolozsvárra elutazott, pedig otthon a lakásában már egy ápolónő állandó felügyelete alatt állt, amiért ő hálás is volt, de szenvedett is, mert írta, hogy a legelviselhetetlenebb az, hogy édeskémnek nevez. Azt mondja, de az már túlzás. Egyébként Gazsi nagyon derűs tudott lenni, tehát az olyan összejöveteleken nálam, ugye a férjem zenész volt,
de Selmeci György és Orbán György, a két zeneszerző is ehhez a társasághoz tartozott, akkor ők leültek, és egy magyar népdalt eljátszottak előbb. Bach stílusban Beethoven négykezest játszottak a zongorán, elképesztő. Gazsi meg odaállt, mint egy operaénekes, és vagy forradalmi dalokat énekelt, és énekeltünk, vagy pedig operaáriákat. Nagyon szép, kuplék. Vagy kuplékat, és Gazsi gyönyörűen énekelt, egyébként nagyon szép, kellemes hangja volt. Úgyhogy tudott tréfálni, fellazulni, tehát ez egy nagy és fantasztikus történetei volt. Gazsi bátorságáról, bocsánat, még csak annyit szeretnék elmondani, hogy központban laktunk, mi voltunk az a fiatal házaspár, akiknek már volt saját bérelt lakásuk, tehát olyanok voltunk, mint mit tudom én, Rómában a turizmakocsma, tehát mindenki oda jött hozzánk, így a nem csak én külön álltam a szekuritáti megtisztelő megfigyelése alatt, hanem a társaság miatt fokozottan. És amikor így bulizgattunk, akkor hát mindenfelé körülvették a házat, és a felismerhető autók ott voltak, és sétáltak fel alá a ház előtt, sokszor a külső utca, bent hangulatvilágítás, az utcai lámpa pedig a függőre vetítette az elvonuló megfigyelőket. És emlékszem, hogy Gazsi egy pohár pezsgővel kiment utánunk az utcára, és mondta, hogy domnul, uram, és akkor az menekült, a sietős levette, és akkor Gazsi megvetően utána hajtotta a poharat pezsgőstől. Úgyhogy szeretetesen röhögtünk. Három dolgot szeretnék nagyon röviden még említeni. Az egyik, hogy egy kíméletlen vitapartner volt, akitől rettegtek. Tényleg, tehát ugye ezeken az írószövetségi választmányi, meg egyéb meggyakülléseken, ahol ő például egy sorozatban előadásokat tartott, ott rendszeresen megjelentek a pártközpont különböző megfigyelői, nyilvánosan, tehát nem titkoltan, neveket is mondhatnék, és próbálták cáfolni a Gazsinak a mondandóját. Egy alkalommal, ez 88 vagy 89, de inkább 88-ban történhetett. A Gazsi egyszer csak nagyon keményen odaszólt ezeknek a párt, illetve a pártközpontból oda rendelt embereknek, illetve mondom, a minisztériumot is mindig képviselte valaki, és nagyon-nagyon kemény hangon kérdezte, hogy föl van-e készülve a párt, az MSZMP, illetve a kormány arra, hogy itt rövidesen megjelennek a határnál, hát most úgy hívjuk őket, hogy emigránsok vagy migránsok, tehát, hogy Erdélyből rövidesen százával, ezrével menekülni fognak az emberek, tehát akkor még csak szivárogtak, és akkor még lőttek is a határon, tehát a szökevényekre, de Gazsi ezt ott nagyon-nagyon keményen, és hát persze erre nem volt válasz, sőt inkább mosolyogtak rajta, de hát tudjuk, hogy egy fél év múlva, nem egészen egy év múlva ez bekövetkezett, tehát a Gazsi ezt nagyon jól látta, ez az egyik dolog, amit mondani szeretnék, a másik, hogy rettegtek tőle, annyira fölkészült volt, és olyan keményen és ironizálva tudott vitatkozni, hogy rettegtek tőle. Egyetlen egy ember volt, aki tudott vele igazából, legalábbis az én ismereteim szerint, ez az Őrsi Pista volt, akivel folyamatosan protesztálták egymást, és az egyik hol cinikus volt, hol a másik volt cinikus vele szemben, és Gazsikámnak szólította a Pista a Tamás Gazsit, és ez egy egész életükben végigtartó, folyamatos vita volt, nem tudtak úgy megnyilvánulni írásban, hogy a másik valamilyen formában, de kötött volna bele, idézőjelben mondom. És végül ugye arra Kovács Attiláról beszéltem. Attila lakott nála Kolozsváron hónapokig. Nagyon jó barátságban is voltak, de voltak nagy szakadékok is a kapcsolatukban. És én szeretném felolvasni ezt a, azt hiszem egy mondat az egész, két mondat, amit ma találtam, mert ez talán az egész Gazsi életművet jellemzi. Ilyen tömören szerintem legalábbis mind a mai napig nem igazán fogalmazta meg senki. Tehát arra Kovács Attila írta ezt róla. Gazsi életműve, ha annak teljességét nézem, felerészt talán teremtő politikai káosz, felerészt a csalódott bizonyosság filozófiája, amit a roppant műveltség próbál visszarángatni a semmiből. Sosem tudtam eldönteni, melyikeit ámulatba jobban. Tehát ez egy
olyan embernek a szerintem nagyon pontos, nagyon karakteres véleménye a Gazsi életműről, aki volt, amikor nagyon közel állt hozzá emberileg is és szellemileg is, és volt, amikor eltávolodtak egymástól. Azért a Gazsi szellemi útja az nagyon sajátos, tehát ugye mindketten olyan szülőktől származunk, akik részt vettek a munkásmozgalomban, és voltak illúzióik a szocializmust illetően, és akik rettenetesen csalódtak. Azt kell mondanom, hogy a szüleim csalódását és kétségbeesését, mikor meg kellett élniük a Ceausescu korszakot, jobban sajnálom őket ezért, mint ami eleve keserű, kicsit cinikus és kiábrándult életünket, mert mi már fiatalként jobban összekapaszkodtunk, nem voltak illúzióink a rendszert illetően. És Gazsi, hogy így mondjam, egy ilyen családban nőtt fel, utána klasszika filológia, filozófia, és akkor egyre jobban haladt egyfajta a liberalizmus fele. Én tulajdonképpen az ő hatására és a vele való beszélgetések alapján mondhatom azt, hogy elkezdtem az alapítóatyákat olvasni, és lettem liberális, de egyszer Gazsi... De ő már nem. De ő már nem, és ő akkor valahogy vissza először egy kicsit anarchista, és aztán visszahátrált egyfajta szocializmus eszmény felé. Na most azt kell ehhez mondanom, hogy ugyanakkor nem csak könyveket kaptam tőle, és megmaradt, hanem egyszer olyan kedvesen összehajoltunk, és azt mondja, ugye mi még abban nőttünk fel, hogy azt szeretnénk, hogy a szegény embereknek is legyen mit tenniük, és hogy az emberek személyes szabadsága az a legfontosabb. És éreztem, hogy van benne nosztalgia ez iránt, az ifjúkorunk iránt, hogy ezt még akkor mindent nyíltan meg tudtunk beszélni, és a politikai eszményeinket illetően is. Tehát én amikor... Hát, mert akkor még nem fejlődtünk szét. Igen, de hát amikor én hallgattam az ő elemzéseit, és nagyon szerettem őt olvasni, mindig úgy éreztem, hogy a társadalom kritikája az, amiért én azt mondhatom, hogy ő volt ennek az országnak a lelkiismerete, és ezt fenntartom. Amikor mindenről beszélt, ami visszás, és ami nem, ami, hogy mondjam, nem európai, és ezzel úgy összefoglaltam, akkor teljesen egyetértettem vele az elemzéseiben. Abban a pillanatban, amikor arról beszélt, hogy tulajdonképpen a megoldás megint ugye balra tolódott a szocializmus lenne, akkor úgy éreztem, hogy ebben most már még egyszer nem tudom követni. Most volt még egy nagyon érdekes dolog a kettőnk kapcsolatában, ugye én könyvkiadással foglalkoztam szinte egész életemben, és a 2000-es évek elején megkerestem őt, hogy csináljunk egy publicisztika válogatást az írásaiból, és elmentem a lakására, mert volt egy időszak az életében, biztos valamennyien emlékszünk, amikor nem akarom azt mondani, hogy nyomorgott, de a telefonszámláját nem tudta kifizetni. Az áramszámlát, összgyűjtöttünk pénzt a villanyszámlájára. És kifizette, nem tudta kifizetni, nem volt telefonja. Soha nem gyűjtött vagyont, soha nem érdekelt. Igen, és nem volt telefonja, tehát tényleg katasztrofális állapotok is voltak. Csak ide, bocsánat, egy gondolatot engedjetek, mert nyilván érdemes azt is elmondani, hogy hát azért az élete utolsó időszakában is számos tisztelője tette lehetővé azt, hogy méltóság teljes körülmények között tölthesse el ezt az időszakot is. De csak ezért, mert soha nem kapott például rendesen, az egyetemről elég hamar kitették itt, rövid ideig oktatott, soha nem kapott tulajdonképpen egyetemi katedrát, neki igazán nyújtattak volna. Ha elment nyugatra, akkor meghívták a világ legjobb egyetemei előadni. Ezeket mondom csak, tehát, hogy ahelyett, hogy ezt egyébként a magyar államnak a megfelelő intézményével maga a magyar állam megtette volna, hiszen ezt de volt számos európai országban ezt megteszik. Volt erre kísérlet, legalábbis hangzatosan elhangzott, ugye az a 2010-es választások után, ugye Szőcs Géza mondta azt, ahelyett, hogy tett volna érte valamit, mondta azt, hogy hát itt van a Tamás Gáspár Miklós, aki nyomorog, akinek nincs pénze erre, arra, amarra, majd a mi rendszerünk, ami most él, majd rendbe teszi ezt a dolgot, és a Tamás Gáspár Miklósnak nem kell hiány szenvednie, na most hát ez nem következett be, de hangzatosan mielőtt megtörtént volna ez elhangzott, elnézést, hogy a szavadba vágtam, tehát ez a 2000-es évek elején meglátogattam, hogy akkor kézzelatnod nem volt telefonja, véletlenül összefutottunk az utcán, és így beszéltük meg, hogy fölmegyek hozzá. És hát nagyon ellenállt, tehát nem értettem, hogy miért, hiszen akkor már évek óta, vagy évtizedek óta nem jelent meg könyve.
és bevitte egy szomszéd szobába, és nehéz elképzelni azt a látványt, ami ott fogadott. Újságok, folyóiratok ismerem. A földön, ismerem. A földön, és azt mondja, ebből kellene kiválogatni, ebből kellene a válogatást, de több száz újság, Népszabadság, Népszava, különböző, akkor még volt ilyen, hogy mindent valóság. Mindent hát egyrészt mindent olvasott, de ebben voltak az ő megjelent cikkei. Uh-huh. Tehát ő azért vitt oda be, hogy na most akkor kezd meg öregem, ebből csinálj kötetet. Tehát ez ami egy képtelenség volt. Igen. Egy záró kérdésem van, már csak időnk, de szeretném, hogyha erre mindenképpen megemlékeznétek, mert részben te is arra utaltál, Jóska, hogy mikor ő elhagyta Erdélyt, az egy további kivándorlás. Én Romániát ott mondanék, nem Erdélyt. Indított el, rendben, köszönöm. De hogy azt lehet tudni, hogy valóban, ahogy a László is utalt rá, az élete utolsó időszakában is visszautazott még Erdélybe, Romániába, Kolozsvárra. A lényeg az, hogy neki ez haláláig egy nagyon fontos igazodási pont volt. Szóval igazából a ti megfogalmazásotok szerint mi az, ami ott maradt belőle Kolozsvárot, mi az, ami miatt élete végig visszavágyakozott igazából oda? És akkor Lászlótól Jóska felé haladjunk. A lelke egy darabja mindenképpen ott maradt. Mint nekünk igazából, is. Hát mint nekünk is, de más-más módon azt kell mondjam. Tehát, egy kikérlek ezt. Gazsi újra felfedezte Kolozsvárt. Képes volt egy új Kolozsvárt megszeretni, és abban megkeresni a régi kolozsvári nyomokat. És voltak fiatal ismerősei ott, és tanítványai is. Hamarosan jönnek majd egyébként. Miközben hát a gyermekkori barátai bár nem voltak ott, sem rokonai, tehát egy teljesen új baráti körrel, főleg egyetemi ifjúsággal imádták a fiatalok, a diákok Gazsit. Igen, és el volt zárva. Tudnélik, az történt, hogy amikor ő már kivándorolt, és mi meg otthon éltünk, nem engedték akkor, vissza, akkor egyszer haza akart jönni az egyedül élő édesanyját meglátogatni, és a határnál megállították, és nem kívánatos személynek nyilvánították, visszafordították. Úgyhogy szerintem ahhoz, hogy Erzsi néni kimenjen és meglátogassa a fiát, akkor Laci rohangált, és intézte a papírokat, és úgy mi, a baráti kör próbált segíteni, és aztán Erzsi néni... Nem útlevelet intézte neki, mert az nem volt puhárom, hanem segítette neki hát, kitelepedni. Hát igen, ügyintézés, hát az azért az rengeteg dolog, és akkor így ő végleg jött ki a fiához, mert hogyha nem, akkor nem láthatták volna viszont egymást. A rendszerváltásig nem tehette be többé a lábát Kolozsvárra. És hát ez nyilván egy olyan hiány, olyan érzés, ami végig gyötörte. Hogy mi az, ami Kolozsvárban ilyen vonzó? Kolozsvár kiterjedésre nem nagyváros, de a mi életünkben, a mi ifjúkorunkban olyan volt szellemileg egy nagyváros. Két operaház, 11 egyetem és főiskola, számtalan lap és kiadó jelent meg ott, szellemileg egy nagyváros, egy világváros volt, kiterjedésére nem. És ez a szellemi légkör, amely nagyon eleven és nagyon termékeny volt, ez volt az, ami vonzó volt Kolozsvárban. És hát ez azt hiszem mindenkinek, aki elhagyja az otthonát, mindig van egy itthon és otthon. Hát mert Kolozsvár aránytalanul sok nagyon hasznos, nagyon értékes embert, és nagyon sok kártevőt adott a hazának. Igen. Szerintem alig vannak olyanok, akik értelmiségiek főleg, akik Romániából kiköltöztek, kitelepedtek, és később talán a két, hogy mondjam, szekónak, a magyarországi és a romániai szekónak az együttműködésével nem utasítottak volna ki, tehát például engem is. De nem ezt akarom mondani, azt akarom mondani, nagyon kíváncsi lennék arra, és itt egy kicsit kapcsolódnék azt hiszem a Zsófihoz, hogy vajon ma a Gazsinak a kortársai, tehát az az évfolyam, akikből azért még néhányan vannak Romániában, hogy vajon hogy, és rettegtek a Gazsitól annak idején, tehát ezt kell hangsúlyoznom, hogy tényleg rettegtek tőle, mert olyan keményen radikális volt, hogy azok vajon most hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát a Gazsi az nagyon megosztó személyiség volt, legalábbis az én tapasztalatom szerint, és a megnyilvánulásai radikalizmusa az nagyon sok ellenséget szerzett neki itt is, és odát is. Én nem tudom, én minden korszakát el tudtam fogadni. De most nem szóval az érdekes, beszélek, hanem gondoljatok bele. Tudom, de valahogy, ha nagyon őszintén figyeljük, akkor Gazsi ugye végigment a politikai skálán, így gyakorlatilag az egész spektrumon, kivéve a jobb szélét, meg talán a bal szélét, a széleket, de ez olyan, mint a
a színkorong, ugye, amit ugye forgatunk, akkor fejlesztés Gazsi számomra, mentalitásában, gondolkodásában, életfilozófiában világítóan fehér ember. Fehér a ragyogalságában, tehát a tisztaságában. Zsófiát, még egy lezárom, hogy igen, még csak annyit szeretnék mondani, hogy Gazsi, amikor nyilvánosság előtt beszélgetett valaki, tanúja voltam annak, hogy egyszer egy újságíró nőt, hát rettenetesen leiskolázott, mert hát kiderült, hogy műveletlen, nagyon sok mindent nem tud, és Gazsi, hát egy kicsit fölényesen, és az ember levelet írt neki, hogy Gazsi, azért nem lehet nyilvánosan így beszélni, ezt nem szabad, viszont igazad van, többet nem fogom. Vagy az, hogy ugye Szőcs Géza szerepe az, akit mindannyiunk barátja volt, és kétségbeejtő, szerepet vállalt azután a magyar közéletben, és az egész vagyonosodás és az egész élettörténete egészen más fordulatot vett. Tulajdonképpen a költői tehetsége átment valami furcsa politikai helyezkedésbe, és akkor, mikor meghalt, azért, mivel eredetileg egy rendkívül tehetséges költő volt, Gazsi írt egy kétségbe egy nekrológot, ő egy nagyon érzelmes ember is volt ugyanakkor, a racionalitása, mely végtelen érzelmes, és az ifjúkor és a gyerekkor a szereplőihez ragaszkodott. És akkor írt Gézáról egy nekrológot, és azt átküldte nekünk, hogy mit szólunk. És Báthori Csaba meg én, mint külön-külön írtunk levelet, Gazsi, ezt nem lehet így leírni. A Magyarországon ők nem így ismerik, és itt a szerepe sokkal negatívabb, sokkal rosszabb volt. Ez lehetetlen. És azt mondja, igazatok van, majd igyekszem jóvá tenni. Csak már erre nem volt ideje. Tehát úgy értette, hogy megírja majd a Gézáról a kritikai történetet. Ez is nagyon érdekes, hogy egy ilyen ember, aki vitában mindenképpen le akarja gyűrni, és be akarja bizonyítani, hogy igaza van, képes volt a belátásra, bármikor azt tudta mondani, hogy ne haragudj, vagy ezt nem jól csináltam. Ez egy óriási képesség. És azt hiszem képes volt, nem csak bocsánatot tudott kérni, amit senki nem gondolna, hanem meg is tudott bocsátani, ami sokkal nehezebb. Egyébként valóban a Szőcs Géza halálára írt nekrológia szerintem egy kivételesen értékes publicisztikája, és azt gondolom, hogy nagyon fontos hozzáadott értéke volt a róla való közbeszédhez, hogy Lacival, ezt megírhatta akkor. Mi akkor a Lacival sok vagy több levelet váltottunk. Én Zsófival értek egyet. Azt neki így nem ebben a formában nem lett volna, mert pont azért, mert ez a közélet nem ismerte. Tehát ő a régi Gézáról, a nagy tehetségű, szellemes emberről írt, nem arról az emberről, akiről itten miniszterelnöki tanácsadóként emlékezünk, és arról a szerepről, azt pedig nem lehet elfelejteni. Nem lehet elfelejteni, de szerintem erről épp eleget tájékoztattak a különböző médiumok, és fontos volt, hogy akkor ő azt ott megírta, de ez egy másik adásnak lehet majd a vitája adott esetben. Mást vártunk tőle. Nagyon köszönöm, hogy ezen a nehéz órán itt voltatok velünk, és elfogadhatatok meg kívásunkat. De nagyon fog hiányozni. Nagyon hiányzik ebből a közéletből. Már most. Köszönjük, itt voltatok velünk. Szervusztok. Köszönjük szépen. És online kapcsoljuk részben Kolozsvárt, ahol a Babesbolya Egyetem filozófusa Szigeti Attila lesz a vendégünk, illetve Belgrádot, a Belgrádi Egyetemről Losonc Márk filozófus lesz a vendégünk. Szervusztok, ha mindenek az, akkor jól hallatok és láthatok engem egyaránt. Szervusz, hallunk, látunk. Jó estét, köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Ugye részben az előző beszélgetésben szó esett már arról, hogy Kolozsvárot milyen jelentősége van egy újabb nemzedék számára, Tamás Gáspár Miklós személyének. Úgyhogy elsőként Attila, hozzád fordulok. Tehát igazából milyen volt Tamás Gáspár Miklós újra megjelenése Kolozsvárot, és a te generációt számára mi a jelentősége az ő személyének? Oké, hát akkor először is egy kicsit tágítanék a perspektíván, mert ez egy ugyanannyi a román, mint magyar történet. Tehát azért ezt tudni kell a Kolozsváron való újra megjelenéséről Gazsinak, hogy azt a fajta ambivalenciát, amiről sokszor beszélt, hogy ez számára bizonyos értelemben egy kísértett város, mármint abban az értelemben, hogy amint ugye láthattuk is az imént, a saját fiatalkora, nemzedéki életvilága az közben tovább tűnt, tehát ő úgy járt vissza ebbe a városba, hogy egyrészt patológikus honvágy kínoszta, másrészt egy kísértett város talált itt,
ebben az értelemben, hogy nem volt már itt a fiatal kora, és hát ebből a fajta megosztottságból végül az emelte ki, ahogy a 2014-ben megjelent egyik román nyelvű fordítás kötetének az előszavában fogalmaz, amit egyébként román nyelven írt meg, kiválóan beszélte, ugyanazzal a hatalmas lexikális tudással és az összes lehetséges történelmi mérétegét megmozgatva és nüanszált a román nyelvnek. Tehát azt mondja itt ebben a román nyelvű előszóban, hogy gyakorlatilag a román baloldal emelte ki őt ebből a meghasonlottságból. És hogy újra megtalálta Kolozsvár, de én már egy olyan Kolozsvárt, próbálom gyorsan itt megnézni az eredeti szöveget, amelyben életemben először az etnikai különbségeknek én már semmilyen jelentősége sem volt. Tehát ez, nagyon fontos ezt az adalékot. És akkor ez hozzátartozik az, hogy neki általában a román baloldalon volt elsősorban recepciója, és ez a mai nap is látszott, amikor mit tudom én, az egyik vezető román napilap, a Szabadság, a Libertatia hasábjain Kosti Rogozano, közismert baloldali közíró publicista, úgy fogalmaz a főcímben Gazsira utalva, hogy a legnagyobb román értelmiségi, akit ismertem, az magyar volt. Úgyhogy ennek különböző stációi voltak ennek a Kolozsvár újra felfedezésének. Elsősorban akkor román baloldallal vette fel úgymond a kapcsolatot, és hát nyilván aztán ezt követte egy idő után részben a román baloldal közvetítésével, másrészt a helyi magyar baloldalnak a megjelenésével is. Hát egyrészt az, hogy 2010 után, 2012-2013 környékén így rendszeresen elhívtuk az egyetemre is előadni. Elsősorban a kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképző keretében tartott kritikai elméleti előadásokat. Aztán ott van a Transit.ro nevű hely, amit mindenképpen meg kell említeni, és amely szintén a 2010-es években az immár némileg egymásra talált román és magyar baloldali történeteknek, elméleti gyakorlati mozgalmaknak egy fontos gyűjtőhelye volt, és a gyűjtőhelye mai napig, ahol Gazsi rendszeresen tartott előadásokat, részt vett konferenciákon, különböző kontextusokban folyamatos volt a jelenléte tulajdonképpen Kolozsváron ebben az értelemben. És hát olyan eseményeken, ahol hogy mondjam, a nemzetközi baloldal kiemelkedő elmészei, a Moise Postontól Anselm Jappéig például az értekritika képviselői is jelen voltak, és együtt tartottak előadásokat Gazsival. Szóval röviden azt tudom mondani, hogy több dimenziója van ennek a Kolozsvár újra felfedezésnek. Fontos az, hogy valahogy túllépett ezen az egykori számüzötti nehezterésen, és a román Kolozsvárt, és a román baloldalt, és a román kapcsolatait is újra felfedezte. Ezen kívül az, hogy amit, hát, hogy mondjam, titkos álma volt mindig, hogy taníthat újra az egyetemen, és hogy bizonyos értelemben egy ilyen kései elégtételt szolgáltathattunk neki azzal, hogy rendszeresen meghívtuk az egyetemre is előadásokat tartani. Ezen kívül pedig ezek a különböző román-magyar baloldali történetek, amelyeket említettem. Ugyanilyen fontos még a ne felejtsem el, a Transindex, Transtelex portálon való folyamatos publikálása. Márk, hogy ismerkedtél meg Tamás Gáspár Miklóssal, és Újvidéken neked milyen jelentőség volt? Temerinből jelentkezem egyébként, ahol Gazsi többször is járt. 2011-ben engem megkérdeztek a belgrádi munkahelyemen, a Filozófiai és Társadalomelméleti Intézetben, amely a Belgrádi Egyetemhez tartozik, hogy melyik három élő magyar filozófust kéne elhívni Belgrádba, és én azt mondtam, hogy Tengely László, Radnóti Sándor és Tamás Gáspár Miklós, de amikor választottam kellett, akkor bizony Gazsi mellett döntöttem eléggé egyértelműen. Ez egy nagyon emlékezetes nap volt, mert Gazsi miután megtartotta az intézetünkben az előadását, amely azt hiszem a munkás mozgalomról szólt, és a kapitalizmusról, valami ilyesmiről, ha jól emlékszem. Tehát akkor megjelentek az előadása végén a trockisták, a belgrádi trockisták, és arra kérték, hogy nyissa meg este a belgrádi
bölcsészet tudományi kar egyetlen foglalását voltak éppen, úgyhogy elkísértem Gazsit ahhoz a karhoz, és Gazsi volt tulajdonképpen az est sztárja, ha szabad így fogalmaznom egy egalitárius eseménnyel kapcsolatban. A beszéd, de meg is található a YouTube-on egyébként, egy 15-20 perces, nagyon lelkesítő és nagyon izgalmas beszéd volt. És hát a Gazsi többször is tartotta, azt hiszem, előadásokat, legalább kétszer Újvidéken, Kishegyesen is szerepelt, tehát ő Vajdaságba, Szerbiába visszatért, és megjelentek itt írásai. Szerbül volt, hogy én interjúztam vele, volt, hogy Juhász András, egy nagy becskereki belgrádi radikális balos. De sok hosszan lehetne beszélni az ő szerbiai recepciójáról. Például az Igazság és Osztály című művét, amely ugye az antitézisnek a legismertebb műve, azt például szerbre előbb lefordították, mint magyarra. Már csak azért állítottam meg egy pillanatot, mert ugye te magad a búcsúposztodban említetted, hogy Tamás Gerson Miklós ott volt a Belgrád Egyetem bölcsészkarának az elfoglalásakor is, sőt maga mondott beszédet. Erről egy kicsit esetleg tudnál beszélni a nézőink számára? Ó, hát szívesen. Ugye az egyetem foglalások azok körülbelül egy évtizeddel ezelőtt globálisan léteztek, tehát például Chilében is, meg sok helyütt a világban, de a Nyugat-Balkán kifejezetten előremutató volt ezt illetően, ugyanis Zágrában nagyon sok héten át tartott az egyetem foglalás. Erről készült is egy dokumentumfilm, amely megnézhető az interneten, Blokáda a címe. Nagyon sokat lehet belőle tanulni. Én úgy tudom, hogy az SFS-ek is nézték ezt a filmet, amikor a maguk akcióját végrehajtották, és tulajdonképpen egyfajta dominó effektus váltott ki ez, ami Zágrában történt, átterjedt ez a környező nyugat-balkáni országokra, tehát Szlovéniára, Boszniára, és ugyanígy Szerbiára is. Ugye abban az évben, amikor Tamás Gáspár Miklós Szerbiába jött, akkor először a filológiai kart foglalták el a diákok, aztán a bölcsészettudományi kart, Újvidéken is megkezdődött a mozgolódás, és így tovább. Hát röviden így foglalnám össze, hogy mi történt. De egyébként hozzátenném, röviden, bocsánat, most jutott eszembe, a rákövetkező évben viszont Pécsen is volt egyetemfoglalás, kicsit halovány, és akkor Gazsi jelen volt, és aztán volt Budapesten is egyetemfoglalás az ELTI bölcsészettudományi karán, ha jól emlékszem, mert én fölléptem ott a Belgrád és Zágráb anarchista barátaimmal, is emlékezetes volt. Úgy tudom, hogy Gazsi azon nem volt jelen, hanem online követte az eseményeket. Ugye, Attila, hozzád fordulok most, amit a Márk elmondott az előbbiekben, hogy hogyan vett részt az egyetemfoglalás történetében Tamás Gáspár Miklós, azt erősíti meg, hogy neki valóban regionális jelentősége is volt, hogy a nemzetköziről most ne is beszéljünk. És te magad is utaltál arra, hogy a román baloldal szemében ő egy meghatározó figura volt. Erről egy kicsit kérlek még mesélj, mert valószínűleg ez meglepetés számba mehet a magyarországi nézőink számára. Hát a történetét tudom egy picit fölvázolni, vagy valamivel több részletezni. Ez hozzátartozik az, hogy tulajdonképpen már a 2000-es évektől tulajdonképpen bekövetkezett ez a fajta kapcsolatfelvétel. Létezett egy IDEA nevű folyóirat, ami hát körülbelül a Balkon művészeti folyóiratnak a megfelelője, annak egyfajta román változataként is indították. Csak azzal a lényegi különbséggel, hogy ez az IDEA nevű folyóirat, ez itt művészeti és társadalmi, illetve társadalomkritikai folyóiratként indult tudatosan, és hát kezdettől fogva a művészetkritikán és művészetelméleten kívül folyamatosan publikált kritikai elméleti szerzőket, Boris Groysztól Tamás Gáspár Miklósig, és tulajdonképpen ez a társasághoz csatlakozott először, de ez már bizonyos értelemben egy vegyes társaság volt, tehát voltak már magyarok is ott a szerkesztőségben, és akkor a 2000-es években, ha már Márk is említette ezt, akkor ugye ebben a folyóiratban mind megjelentek a lényeges, eredetileg angol nyelven publikált politika-filozófiai eszély, tehát például ugyanaz a Truth on Class nevű szöveg, amit Igazság és Osztályként fordítottak az Antitézisbe, ez szintén megjelent román nyelven, és egy csomó lényegi szövege megjelent a 2000-es években már ebben a folyóiratban Gazsinak románul. Hát elsősorban a polgár Alexandru kétnyelvű baloldali barátunk jóvoltából. És hát ezt követett, hogy tulajdonképpen a magyar baloldal, vagy a magyar kritikai közeg, vagy a magyar egyetemi közeg az a 2010-es évektől kapcsolódott be
tulajdonképpen ezekbe a történetekbe. Tehát egyfajta megkésettséggel. És hogy mondjam, ennek nyilván az is része, ami hát azért a már történetéből is kiderül, hogy bár valamennyire párhuzamosak továbbra is a román és a magyar életvilágok, és elég komoly, hogy mondjam, agitátori munkát kell végezni mind az egyetemen, mind az akadémia margóján, hogy ezeket az életvilágokat valahogyan összekapcsoljuk, meg hát ott van nyelvi probléma is. Azért valamennyire sikerült a tranzit pontról és egyéb ilyen helyek környékén összekapcsolni ezeket a történeteket, és hát Gazi ebben egy fontos közvetítő szerepet játszott, ugyanis mind a román, mind a magyar. És nem csak a román-magyar, hanem ugyanígy a szerb, tehát ő egyfajta, hogy mondjam, regionális, baloldali pelgrinus szerepet töltött itt be a Balkánon, meg Romániában, ami nagyon lényeges szerep. És ami szerintem egyébként tanulságos, és ami tanulásra ad okot, tehát azt hiszem, hogy az egyik hiányossága jelenleg ennek a régiónak az, hogy ezek meglehetősen fragmentáltak ezek a történetek, és bár folyamatosan vannak különféle hálózatosítási törekvéseket, ezek az egyelőre meglehetősen szorványosak. És akkor egy záró kérdése van még időnk. Azt szeretném kérdeletek kérni, így lezárandó ezt a beszélgetés részt, hogy azt az egy-egy gondolatot vagy fogalmat, ami számotokra a legmeghatározó Tamás Gáspár Miklóssal kapcsolatban, kifejezetten az ő elméleti munkásággal kapcsolatban, arra esetleg hívjátok fel még a nézőink figyelmét, és akkor elsőként Márk, nálad a szó. Én azt szeretném kiemelni, hogy Gazi jelentős részben a hegeliánus gondolati hagyományhoz tartozott Adorno, Lukács, stb., és ezen hagyomány szerint nem ragadunk ki fogalmakat, hanem igazából totalitásban, rendszerben gondolkodunk, és azt hiszem, hogy Tamás Gáspár Miklós az elmúlt 15 év során sikerült neki következetesen és szisztematikus módon végig gondolnia, hogy mi az a világrend, amelyben élünk, mi a kapitalizmus, mi a munkarendszere, mi a modern állam, mi a posztfasizmus, mi az etnicizmus, és sorolhatnám. Tehát a rendszerben tudott gondolkodni, és érdemes a gondolkodásra egészére odafigyelnünk, nem pedig csak kiragadni. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, illetve hozzátenném röviden, hogy van egy exoterikus Tamás Gáspár Miklós, aki vitatkozik Lovasi Andrással, Orbán Viktort megkéri, hogy a rendőrösen agyonvert embernek vigyen a sírjára. Ez biztos szórakoztatta a nagy közönséget, de az igazán jelentős Tamás Gáspár Miklós az, aki szisztematikusan átgondolta a korunkat, és nagyon dühös volt rá a legőszintébb pillanataiban az egész civilizációnkat joggal elküldte a pokolra. Attila. Márkkal teljes mértékben egyetértve, alapvetően a Gazi is egy totalitás elemzés. Én azért kiemelném egy szintézis elvételnek a totalitásnak, és ez szerintem a munka, illetve a munkátlanság kérdése. És hát elvont lesz, amit mondok, és elnézést kérek, de ahogy Gazi szokta volt mondani, maga a tőke is egy elvont fogalmiság, és elvontan kell küzdeni ellene. Beidézem ezt a mondatot, amin szerintem érdemes töprengeni, és amin érdemes majd a következőkben dolgozni. Ez a posztfasizmus utóirat előzetes tézisek a félelem rendszeréhez számolja, hogy az utóbbi időben ez a szövege gyakorolt legnagyobb hatást, és ennek a végén kis enigmatikusan, de szerintem egyfajta imperatívus fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kellene ezt a totalitást meghaladni, és azt mondja, hogy míg létre nem jön dolgozók és nem dolgozók, de legfőképp a produktív és a nem produktív társadalmi csoportok transzcendentális identitásának szintézise a tőkével való együttes szembenállás jegyében, fasisztoid hatalmak maradnak uralmon. Na, azt gondolom, hogy ez egy legfontosabb elméleti kihívás, hogy elgondolni ezt a fajta szintézist, amire egy Gazi utal, hogy mi volna a termelékeny, illetve nem termelékeny populációk, a dolgozók, a nem dolgozók. Kiegészíteném, mondjuk a szocioökológiai újratermelésben dolgozók közötti identitás vagy kontinuitás megteremtése. Tehát ezt találom egy fontos gondolatnak, és ez kapcsolódik a posztfasizmus kérdéséhez is. Szigeti Attila, Losonc Márk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok, és segítettetek, hogy egy kicsit jobban megismerhessük Tamás Gáspár Miklós határokon túlmutató regionális jelentőségét. Szervusztok, minden jót nektek! Szervusz! Szervusz, köszönjük szépen!
Most pedig a stúdióban folytatjuk, és Tamás Gáspár Miklós baloldali marxista korszakának a kezdeti szakaszát fogjuk majd átbeszélni. Itt ülnek velem már beszélgető társaim, Schiffer András jogász, szervusz, illetve Szigeti Péter az eszmélet szerkesztője, szervusz. Szervusz. Kezdjük akkor ezzel, tehát hogy ti hogyan és milyen formában ismerkedtetek meg Tamás Gáspár Miklóssal, ez már erre az úgynevezett baloldali fordulat időszakára tehető, vagy feltételezem, hogy sokkal korábbra, András már jelzi is, hogy korábbra, szóval mikorra és hogyan? Hát 90-ben voltam első éves a jogi karon, ráadásul az évfolyamon nagyjából az egyetlen olyan majom voltam, aki szegfűs jelvénnyel ment betüntetőleg a sok fideszes meg SZDSZ-es közé, de még MDF-esből is több volt, és ehhez képest Tamás Gáspár számomra így a 90-es kampány után nagyjából, mint az ördög jelent meg. Ugye 89 végén írja meg azt az elhíresült elaborátumát, hogy búcsú a baloldaltól, és hogyha nem is a gyakorlati politikával, mert ott Tölgyesi, de főképpen Orbán sokkal, hogy mondjam, hatékonyabb apologétája volt a szecsörizmusnak. Na de elméleti értelemben a magyar politikában, ha volt recepciója az angol száz konzervativizmusnak, mert valójában ez TGM-nek nem liberális, ez konzervatív időszaka volt a rendszerváltás ideje, az Tamás Gáspár Miklós volt. Tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy amit ő akkoriban gazdaságpolitikáról hirdetett, parlamentben is, ugye ő az utolsó komcsi parlamentbe a visszahívott, azt hiszem Várkonyi Péter helyére beszavazták az ellenzéki választók Lipótvárosban, tehát már ott is szónokolt, ha úgy tetszik, szélsőjobboldali gazdaságpolitikai nézeteket hangoztatott. Ott is, illetve tehát a parlamentben is és a kampányban is. Most ehhez képest tehát bennem volt egy ókora távolságtartás 90-91-es tanévben TGM-mel kapcsolatban, ennek ellenére lenyűgözött. A lenyűgözéshez hozzatartozott az is, hogy rendszeresen késett az óráiról. Sétapálcával jelent meg, mint egy rendes angol konzervatív lord. És azért késett, ezt el is mondta nekünk az első előadásai egyikén, mert hát mostanában mindig szokták azt mondani, hogy az éppen aktuális választási kampánynál soha ilyen mocskos nem volt. Én állítom, hogy a 90-esnél mocskosabb kampány nem volt Magyarországon, és hát főleg TGM plakátjai voltak nagyon gusztustalanul telemázolva mindenfélével, tehát a Szekustól a Dávid Csillagig ott minden szerepelt. És hát őt inzultálták is az utcán. Akkor is már Nádor utcában lakott, és miután őt többször inzultálták, ő úgy döntött, hogy ő nem fog taxit, nem ül fel a 15-ös buszra, csak azért is gyalog fog végig masírozni a Nádor utcából az egyetem tére, de hát ez időbe tellett, tehát rendszeresen elkésett, viszont számomra egy óriási flash volt akkoriban, hogy miközben hát már-már én saját ideológiai, politikai ellenpontomként tekintettem Tamás Gáspár Miklósra, sokkal jobban, mint az MDF-esekre akkoriban. Egészen elbűvölő volt előadóként, és ami rögtön föltűnt, hogy már akkor is, hogy rettenetes önreflexió van benne. Bocs, ezt fejtsd ki egy mondatban legalább. Miben volt tetten érhető akkoriban? Az, hogy folyamatosan, tehát ha ami azért egyetemi előadóként nem annyira, hogy mondjam, magától értetődő, hogy ha ő botlott vagy tévedett az előadásai közben, folyamatosan visszatért rá és korrigálta magát. Ez egy friss egyetemi hallgatónak ez egészen bámulatos, mert nem ilyenek szoktak lenni az egyetemi előadók. Péter. Ilyen személyes kapcsolatot nem tudnék időbelileg lokalizálni. Biztos, hogy nem a 90-es évek elején találkoztam és beszélgettem először TGM-mel. Ez később lehetett, ugye emlékszem, hogy a Pilvaxba beszélgettünk egyszer, akkor talán valami kitüntetést is kapott, aztán többször a Gólyába, közgazdasági egyetem rendezvényein, tehát vannak személyes élményeim, de ezeket így időben nem tudnám rendezni. Az azonban nagyon érdekes, hogy hát tényleg TGM egy jelenség volt, és nagyon fontos, amit az imént hallottunk, hogy eredendően ő először konzervatív gondolkodó volt a búcsú a baloldaltól,
Én emlékszem arra, hogy még egy leninista cikkét is olvastam 88 vagy 87-ben. Tehát volt neki egy korai ilyen marxista, ugye kommunista családból származik, stb. És először konzervatív gondolkodó volt, úgy lépett a nyilvánosság elé, ahogy Max Weber a Gazdaság és Társadalom fotóján, sétapálcával, elegánsan és valóban egy angol, hát lehet, hogy nem lordra, de gentlemanre mindenképpen hasonlított. És nagyon érdekes, hogy ugye ezt a korszakot követte körülbelül egy 10 éves liberális periódus, majd követte a baloldali fordulat, ahol hát tulajdonképpen a TGM egyértelműen egy kommunista gondolkodó, tanácskommunista, ugye itt majd erről még fogunk beszélni. A dolognak az a lényege, hogy ő egy annyira művelt és szellemes ember volt az én szememben, az olvasottsága, a nyelvtudása, a tájékozottsága, hogy hát figyeltem akkor is, amikor ilyen személyes nexusba még nem kerültünk, mint baloldali emberek. Tehát azt mondanám, így magamban meg is szoktam ezt fogalmazni, hogy tulajdonképpen olyan okos fickóval van itt dolgunk, aki a három nagy világnézet típus felől egyaránt megpróbálta átélni, átgondolni a valóságot teoretikusan. Hiszen mind a három nagy világnézetnek, a konzervatívnak, a liberálisnak és a szocialistának is, ugye ezek nem véletlen szülemények, hanem van racionális magvuk, hosszú emberi tapasztalatokat rögzítenek, tehát nem véletlen, hogy a kiinduló axiómáik és az ebből következő nézőpontok és értékrendek ugye nem azonosak, és itt egy olyan entellektuellel van szó, mert őre aztán igazán illik ez az entellektuell, hogy abba az értelemben, hogy mondjuk Jean-Paul Sartre-t vagy nem tudom én az osztálytársát, ugye Raymond Aront nevezhetjük, hogy túllátott a részleges problémákon és szakmai problémákon, és hogy ahogy a szociológia mondja, hogy ugye ilyen szövegek, szakszerűségek közötti transzkontextuális tudást hordozott, mert ez reflektált az egészre. Ezt hallottuk már az előző műsorban is, itt nyilvánvaló a frankfurtiak totalitás elve is nagy szerepet kap, de azért a TGM-nek itt egy egészen különleges pozíciója van, ezt persze a radikális baloldalon többen is osztják, én például ezt így nem osztanám, mert számomra a totalitás probléma az azt jelenti, ami hát Horkheimernél úgy vetődött fel, hogy ugye a részterületeket és a résstruktúrákat, azokat a hagyományos elméletek vizsgálják. A kritikai elmélet pedig összeköti ezeket a totalitás szemlélet jegyébe, de úgy, hogy gondolatilag próbálja artikulálni, tehát hogy a szaktudományos eredményekkel nem szembe kerülve általánosít és próbálja meg a konkrét tagolt egészet rekonstruálni gondolatilag, de a TGM nem ezt a módszert választja, hanem ezzel a módszerrel szemben, és itt ilyen értelemben nem is az úgynevezett exoterikus, hanem az ezoterikus marxizmus útját járja és kapcsolódik az úgynevezett bizonyos nyugati marxistákhoz, hogy tulajdonképpen a radikális baloldalnak az a pozíciója, hogy valahogy éppen az egész gondolati birtokba vétele érdekében, hát impresszionisztikusnak kell lenni, a tudomány és a művészet, a tudomány és az irodalom között kell oszcillálni, hogy úgy mondjam, szakadatlan kísérletezés közepette. Tehát egy esszéisztikus, impresszionisztikus módon még az intuíciónak is engedve lehet felfogni, hogy milyen a világunk. És ez egy nagyon sajátos pozíció, mert ő nem volt olyan értelemben, hogy úgy mondjam, a tudományosságnak a híve, hogy a disziplináris fegyelmezettségre ő nem sokat adott. De hozzáteszem, azért az én szememben ez nem előny, de nála nagyon tudatos volt ez a magatartás. Tehát ilyen értelemben azért egy nagyon eredeti dolog, hogy ő ezt egyébként hát tökéletesen megírta ebbe az antitézisbe, meg a korábbi munkáiba is, hogy ennek a radikális baloldalnak ez a különneműsége, és ezt szembeállította tulajdonképpen. Sokféle marxista van, ugye 175 éves vagy 176 éves történet, ha a német ideológiától nézzük, tehát nem véletlen az se, hogy van
exoterikus, meg ezoterikus. Ő kapcsolódott tulajdonképpen a fővonalába ehhez, ehhez az értékkritikai úgynevezett ezoterikus marxizmushoz. Ugye, András, a 2000-es években Tamás Gáspár Miklós az elméletalkotás mellett a mozgalmi munkába is elkezdett becsatlakozni, ugye többek között az Atak Magyarországban is, de ugye hát elnöke volt a Zöld Baloldal pártnak a későbbiek folyamán. Te hogyan értékeled az ő kifejezetten politikusi tevékenységét, és itt hangsúlyozottan a 2000-es évek utáni, tehát már a baloldali fordulata folyamán betöltött politikusi tevékenységre gondolok? Valójában, amikor ő politikusi szerepben volt, és ez hát tulajdonképpen egy nagyon rövid időszak, ami a zöld baloldalhoz kapcsolódik, kötődik, hiszen, ha jól emlékszem, ez a 2006-os választásokat megelőző időszak, ha nem csal a memóriám. Igen. Egyébként ebben a rövid időszakban is, valószínűleg ez volt a kudarcnak is az oka, ő valójában nem politikusként viselkedett. Jegyzem meg, amikor kvázi sikeres politikus volt 89-90-ben SZDSZ-es debütáló képviselőként, akkor is tulajdonképpen ő nem politikusként viselkedett. Ez igaz arra is, amikor a legenda szerint 98-as választás után őt fölkérik, hogy térjen vissza az SZDSZ élére, és ezt visszautasítja. Itt egy picit vitatkoznék Szigeti Péterrel, én szerintem nem olyan egyértelmű, hogy a 90-es évek az neki egy liberális időszaka lett volna, de zárójel bezárva. Valójában ő mindig is egy ilyen váteszként működött, és ez a ezredforduló utáni, tehát a Magyarországon éledő globalizációkritikus mozgalomban betöltött szerepére is igaz. Tehát a zöld baloldal élén talán azt hiszem EP-lista vezetője is volt, vagy lett volna, nem is tudom, már nem emlékszem pontosan a zöld baloldalnak 2004-ben. Valójában ő nem politikusként, hanem váteszként viselkedett akkor is. És hangsúlyozom még egyszer, 90-94 között, amikor ő nem csak SZDSZ-es parlamenti képviselő volt, ő még a Tölgyesi időszakban, ő az egyetlen az úgynevezett kemény magból, aki nagyon derekassan nem dobja be a törők között, amikor Tölgyesit a tagság elnökké választja, hanem ott szerepet vállal a Tölgyesi féle ügyvivői testületben, de végig egyfajta antipolitikusi váteszi szerepet tölt be. Pártban is, meg a nyilvánosságban is, és ez igaz a 2000 utáni szerepvállalására is. Egy kicsit meg is lepett a kérdésfeltevésed, Marci, mert ahogyan én a 2000 utáni Atak TGM-re, meg a különbözően Globkrit rendezvényeken felszóló TGM-re visszaemlékszem, hát sok minden jut nekem eszembe, csak az nem, hogy politikus. Péter, az antikapitalista közeg mennyire fogadta adott esetben fenntartásokkal az ő baloldali fordulatát a kezdetek kezdetén? Tehát volt-e bennetek bármilyen fajta fenntartás, adott esetben idegenkedés azzal kapcsolatban, hogy Tamás Gáspár Miklós, hát igazából, ha nagyon elnagyoltan írt, de mégiscsak egy eszmei közösségben kell üdvözölnötök saját magatokkal? Természetesen, hát ezért is adtunk teret neki, ez a fordulat után volt, 2001-ben közöltük egy nagy tanulmányát az eszmélet 50. számában, és hát tulajdonképpen ott sok mindent már rögzített, hagyd tegyem hozzá, hogy van nála gondolati önfejlődés, például azt kell, hogy mondjam, hogy az eszmélet és közte, az persze mindig egy vita téma volt, hogy mi az eszmélet már 88-tól kezdve, ugye egyfajta tercium datúrt, egy harmadik utat keresett a bekövetkezett restauráció és az államszocializmus között. Tehát az államszocializmusnak az értékelése nálunk pozitívebb volt, mint az akkori 2000-es Tamás Gáspár Miklósnál, de ha most megnézzük a 15-16 évvel későbbi írásait, akkor ő egy sereg dolgot most már elismer utólag, hogy bizonyos értelemben milyen, még azt is írja, hogy a polgári fejlődés az államszocializmusba bontakozott ki legjobban, értve ez alatt ugye az iskoláztatást, a foglalkoztatottságot, a kulturális javakhoz való széleskörű, ingyenes vagy megfizethető hozzáférést, a társadalmi mobilitást, tehát fokozatosan kezdte azokat elismerni, amiket mondjuk én a magam részéről régen is értéknek tekintettem, és hát a magyar kísérletet
eléggé unikálisnak, mert nem a szovjet típusú szocializmusban voltunk benne. Hát nyilván, hogy a Gazsinak ehhez idő kellett, hiszen hát 89 ugye Ceausescu Romániája az egy sztálinista diktatúra volt, tehát szerintem aki Magyarországon nem tudom én 58 vagy 63 után azt hiszi, hogy sztálinista diktatúrába élt, az nagyon rosszul tájékozódik, mert szó se volt erről, hanem egy olyan államszocialista kísérletről volt szó, aminek sok helyes orientációs pontja volt, és a magam részéről sajnálom, mondjuk a Gazsi ezt nem osztaná, de ugye van egy közös vonás, hogy ő is tudja, hogy a kapitalizmus szüli a kommunizmust, a kapitalizmus szüli meg a saját antitézisét, a kapitalista világrend és annak a története, amelyik a gyarmatosítást, a rasszizmust, a paraszti népek elnyomását, a periféria elnyomását, hát ő nagyon széles látókörűen, ha tetszik, akkor tényleg hihetetlen tájékozottan látta azokat a folyamatokat is, amiket aztán nagyon jól megírt. Tehát voltak közös vonások, de ezen nézeteltérés ellenére, hogy részben az államszocializmus értékelésében, mondom, a 2000-es évek környékén, és sokkal kevésbé 2020 környékén, és a másik nagy vitatéma az tulajdonképpen mondjuk az, hogy hát a Gazsinak ez a nem jó kifejezés volt a vátesz, én is azt mondom, hogy volt ilyen népvezéri, látnoki megnyilvánulásnak a sokasága az ő részéről, de ez egy olyan pozícióhoz kötődött, amit az antitézis beír le. És ebben közös bennünk az, hogy végső soron itt, ahogy a Adorno mondta a frankfurti iskolán belül, és a TGM is idézi, hogy tulajdonképpen hát a legfontosabb az, hogy a szenvedéssel szembenézzünk, az emberek szenvedésével, és ugye a kritikai társadalom elméletnek, és ilyen értelemben a társadalmi egyenlőség problémának a felkarolása ebben közös a Tamás Gáspárral az utunk, persze, hogy hoztuk a tanulmányát. Az egy más kérdés, hogy ő mondjuk egy ilyen cselekvő politikai oldaltól, hát bizony eléggé messze esik, tehát eléggé, hogy úgy mondjam, a kritikája egy kicsit olyan, hogy valahogy mindennek és mindenkinek a fölébe helyezi magát az eszményeinek a magaslatáról. Lehet vitatkozni a Schiffer András, és akkor adjuk át neki a szót, mert hogy amikor te sokunk bánatára lemondtál 2016-ban az aktív politizálásról az LMP színeiben, akkor maga TGM egy rövid írásában úgy írt róla, hogy kalaplengetés Schiffer Andrásnak, ez volt a címe a publikációjának. Tehát amikor te aktív politikus voltál, akkor az ő írásai bármilyen szempontból tudtak inspirációt szolgálni a politikai gyakorlathoz? Hát hogyne, persze, sőt, hát nekem ugyan vastörvényem volt, azt lehet, hogy erről annak idején beszéltünk is a Partizánban, hogy nem politikussal nem vitatkozom. Igen. Tehát például válteszekkel, publicistákkal nem szállok vitába. Egyetlen egy kivételt tettem, az TGM volt a 14-es kampányban, mert hogy én valamennyi listavezetőt vitára hívtam, tehát Orbán és Mesterházy mellett Vonát is, és TGM... Egyébként a máig, tehát a utolsó pillanatáig végighúzódó hangütéssel ugye számon kért, hogy hát hogy fasisztákkal miért. Tehát ez volt a lényege az ő filipikájának, és akkor én erre válaszoltam. És az az igazság, hogy egészen nem tudom, tavalyig, hát nekem egy fontos inspiráció, meg egy fontos vitapartner, fontos kontrollszereplő volt az életemben, tehát, és nem tudom, nekem a legutolsó ilyen élményem, amikor talán az 21 volt, kicsit már összecsúsznak az évek, amikor a 24.hu-n írtam egy nagyobb lélegzetű publicisztikát, Mély államtól Mély államig volt a címe, és annak az egyik részére az inspirációt egy telefonbeszélgetésünk adta TGM-mel. De mondom, ez egyébként a politikusi működésem alatt is így volt, nem csak nyilvánosan, tehát időközönként hosszasan vitatkoztunk, veszekedtünk telefonba. Viszont annyi, és itt egy picit polemizálnék Szigeti Péterrel, hogy számomra
lehet, hogy meglepő, de az igazán inspiráló Tamás Gáspár Miklós az nem is az ezredforduló utáni úgymond radikális baloldali TGM volt, főleg nem a rendszerváltás körüli konzervatív TGM, hanem én a legizgalmasabbnak pont ezt a 90-es évekbeli átmenetet tartom, ami annyiban liberális időszak, amennyiben TGM a konzervatív időszakában is liberális volt, és valójában az ezredforduló után is, tehát amikor ő posztfasizmusról ír az utolsó írásaiban, valójában a liberális értékeket, vagy azoknak az elveszítését kéri számon. Te egy 95-ös idézetet választottál TGM-től az emlékposztodban, így fogalmazott abban, tehát így szól a poszt igazából. Ha a kormányzás csak technika, akkor önök alkatrészek tesznek, egy fene se tudja, miféle gépezetben. Miért ezt az idézetet választottál? Hát azért ez ugye 1995, nem 96, szerintem 95-ös. 95-ös, igen, bocsánat. 95-ös ez az írás, nem csak én is itt már bajba vagyok kicsit a memóriámmal, méghozzá azt hiszem a Magyar Narancsban jelent meg egy cikkében ez a mondat, mert az az igazság, hogy a posztkommunista Magyarországon, tehát a rendszerváltás utáni Magyarországon, a 90-es évek Magyarországán a technokrata politizálás, a technokrata politikának a sivárságáról a leplet, még csak nem is Csurka István, akiről ő egyébként egy nagyon szép nekrológban búcsúzik, 2012-ben rántja le a leplet, hanem Tamás Gáspár Miklós. És azért tartom rettenetesen fontosnak, és egy kicsit vissza is utalok arra, amit az előbb Szigeti Péter TGM-nek az államszocializmus beli eltérő élményeiről mond, mert talán akik itt a Kádár rendszerben nevelődtek, szocializálódtak, független attól, hogy milyen viszonyban voltak a rendszerrel, a késő Kádárkor és aztán az ebből kisarjadzó posztkommunista politikának a nihilizmusa szinte természetes volt. Egy kívülálló, tehát aki mégiscsak egy más típusú államszocializmusból érkezik, annak a számára szerintem sokkal élesebben látszott a hazugsága és nihilizmusa a késő kádári, majd posztkommunista politikának, magát technokrata színben feltüntető, ugye 94-ben úgy kerül hatalomra az akkori kurzus, hogy a szakértelem kerüljön kormányra. Ennek a végtelen ürességét TGM leplezi le a legélesebb szemmel és tollal, és ez, hogy mondjam, az én politikai ébredésemben, főleg amiket ő a Magyar Narancsban írogatott akkoriban, számra rettenetesen fontos volt. És akkor záró kérdéskör, Péter elsőként hozzád fordulok, hogy ha nem csak a baloldalra, hanem a szélesebb értelemben politikai közösségünk egészére gondolunk, akkor mi szerinted a legfontosabb megkülönböztetett öröksége Tamás Gáspár Miklósnak? Az a kritikai szellem, amivel az elnyomottakat, a nyomorultakat, a kapitalizmus áldozatait, a világrendszer perifériáinak elnyomottait védi. Tehát ilyen értelemben ez egy nézőpont ahhoz is, hogy megtalálta az új jobboldal kritikájának, a posztfasiszta jobboldal kritikájához vezető gondolati utakat. Úgyhogy ilyen szempontból mind a világban, mind pedig a Magyarországon ez a neokon, keresztény, konzervatív és oligarchikus szisztéma, ez egyfajta reakcióként újra termelődik sajnálatos módon, reméljük nem bővített reprodukcióként, de ennek a leleplezése, felismerése, ebben mindenképpen nagyon komoly érdemei vannak Tamás Gáspár Miklósnak, és annak is, hogy legalább eszményként fenntartja a közösségi társadalomnak a lehetőségét, noha ő konkrét utakat, politikai cselekvést e tekintetben igazából soha semmilyen antikapitalista mozgalomhoz nem talált, mert azokat is, hogy úgy mondjam, a kritika magaslatáról, ha tetszik, bizonyos értelemben szellemileg egy ilyen, hát Mikszáté fordított mameluk, hogy nincs az a kormány, nincs az a párt, nincs az a mozgalom, amelyet én ne bírálnék, tehát ő ilyen értelemben egy kicsit fölébe helyezi magát az eszmények magaslatáról, de ez nem zárja ki azt, hogy a reál folyamatokban tökéletes jellemzéseket ne tudjon adni a új jobboldalról, akár magyar, akár nemzetközi vonatkozásban.
András Kártonoszod, de azért picit cáfolnom kell, amit mondasz, mert én most ott voltam nyáron a Szikra táborban, ahol kifejezetten ismerően tudott beszélni arról a legfiatalabb mozgalmi generációról, amelyhez nyilvánvalóan ő maga is komoly reményeket fűzött, tehát hogy lehet, hogy akkor ebben ő mégiscsak változott, és tudott elismerülni a politika. Nem a fiatal mozgalmak, hanem azokról a kísérletekről, amelyek a világban lejátszottak, tehát nem arról van szó, hogy most itten ne lennének olyan társadalmi mozgalmak, ilyen-olyan formákban, amiket ne támogatott volna. Ilyen értelemben mozgalmi ember is volt, eljárt ezeknek a rendezvényeire, és ott okos dolgokat mondott. Tehát én nem erre, nem ezt jegyeztem meg, hanem azokat a világtörténelmi kísérleteket, ahova sajnálatos módon az általa favorizált, tehát radikális baloldal, tanácskommunista, anarcho-szindikalista baloldal, hát tulajdonképpen ugye szerepet kapott 68-ba, de az egész nyugati világban, hogy mondjam, előkészületek voltak, de még kísérlet se, tehát a hatalmat sehol nem ragadták meg, úgyhogy ilyen értelemben nem lett próbára téve az a tudás, ami itten az eszmei mértéket képviseli Gazsi esetében. András. Azért azt ne feledjük el, hogy Tamás Gáspár Miklós egyetlen pillanatban volt, még ha én magam mondtam, hogy igazából politikus így nem volt, de mégiscsak meghatározó politikai szerepben Magyarország elmúlt évtizedei szempontjából a talán legfontosabb pillanatban 89-90-91 körül. És az akkori Tamás Gáspár Miklós, hát minden volt, csak nem baloldali, és amit ő hirdetett, és aminek, hogy úgy mondjam, a keretezését ő átcsolta, az Homlok Egyenest a tagadása volt mindannak, amit utána, ami ő mellett utána az ezred, főleg az ezredfordulót követően kiállt. Mégis én azt gondolom, hogy vannak az ő életművének, pályájának olyan attribútumai, amik függetlenek a különböző korszakaitól. Az egyik szinte közhelyes az elmúlt 24 órában ugye az ő műveltségét felhozni, de ami mindenképpen kiemelendő és figyelmeztető számunkra, hogy mindig a maga mélységében és komplexitásában próbált politikai folyamatokat, társadalmi folyamatokat elemezni. Ő az egész magyar közélet számára egy példa volt az, ahogyan ő nem csak egyetemi oktatóként, valóságmagyarázóként, politikai közszereplőként is tudott önreflexiót gyakorolni. Nagy nyilvánosság előtt a tévedéseit, vagy amit ő éppen akkor tévedésének tartott, elismerte, nem csinált ebből soha presztízskérdést. És fontos azt észrevennünk, hogy az anarchista, konzervatív, vagy éppen liberálisnak nevezhető, de a radikális baloldali Tamás Gáspár Miklós életművében, ami közös, az valójában a felvilágosodás hagyományához való hűség. Visszautaljak arra, amit Szigeti Péter itt a bevezetőjében mondott, hogy, hát, hogy a konzervatív, a szocialista és a liberális, ezek mind azért mégiscsak racionális közelítések a világhoz, hogy ne? Hát az egész felvilágosodás a racionalitásról szólt. És ezek az eszmék, ezek az ideológiák a felvilágosodásnak a termékei, a 19. századi világmagyarázatok. Az ő tragédiája szerintem pontosan az, hogy éppen az elmúlt években a 21. századnak lassan már a derekán magának, nem a liberalizmus, a konzervativizmus vagy a szocializmus eszméi sérültek, hanem maga a modernitás projektjével kapcsolatban merültek föl nagyon súlyos kételyek, és szerintem ezek átszűrődnek az utolsó írásain, vagy az ezekkel való találkozás átszűrődik az utolsó írásain. Én most leginkább a 2020-22-es lezárásra gondolok. Schiffer András, Szigeti Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, és itt voltatok velünk. Minden jót nektek, sziasztok! Köszönöm szépen. Köszönjük mi is! Most pedig Skype-on kapcsoljuk Vajda Mihály filozófust, elvileg itt van már velünk a vonalban. Szervusz, köszöntelek az adásban! Jaj, de rossz a kép. Na mindegy. Mi tökéletesen látunk és hallunk téged szerencsére. Akkor jó, én magamat nem szeretem látni, meg hallani. Remélem, hogy nincsenek így ezzel. Azzal szeretném kezdeni veled, hogy beszélj egy kicsit, kérlek arról, hogy mi volt az a magyarországi szellemi
közösség, amiben becsatlakozott Tamás Gáspár Miklós, amikor átjött Magyarországra? Hát ez egy nehéz kérdés alapjában véve, mert hát én őt 72 óta ismertem személyesen, és 72 óta állandóan voltunk kontaktusban egymással, levelezés formájában, és gyakran utaztam Kolozsvárra, és gyakran hosszan beszélgettünk egymással, és tulajdonképpen nem volt világos, hogy azonos-e a viszonyunk ehhez a valóságosan létező szocializmusnak nevezett nyomorúsághoz, vagy nem azonos. Mert hát nem volt ugyanolyan a Ceausescu kommunizmusa, mint a Kádár kommunizmusa. A Kádár kommunizmusát valljuk be, a nép elfogadta, szerette, tudott benne élni. Kádár gondoskodott is róla, hogy útleveleket kiossza, és a szocialista útleveleket, és megnézzék, hogy nézzétek, fiúk, lányok, mennyivel rosszabb ott, mindenütt másod. A Ceausescu-nál meg elviselhetetlen volt, minden nem lehetett kapni semmit. A pótokban, borzalmas állapotok volt. Na most én aztán meg elmentem Németországba 2,5 évre, és mikor visszajöttem, akkor ő már itt volt Magyarországon. És láttam, hogy tulajdonképpen kicsit elbizonytalanodott. Miért, vagy miben? Hát ezt nehezen tudnám most már megfogalmazni. Abban, nem abban, hogy neki ez a magyar úgynevezett demokratikus ellenzékhez kell kapcsolódni, ahhoz kellett kapcsolódni. Ő is tudta, ellenzék is tudta, mindenki tudta. Elég hamar vezető személyisége is lett a demokratikus ellenzéknek, ugye Kis János mellett, és így tovább, hanem abban, hogy ő hogy látja ezt az egészet. Mint látja ezt az egészet. Na most én ezt nem tudom utólag rekonstruálni, és egyszer mágában sincs jelen pillanatban a Tamás Gazsi barátomnak a politikai életútját felvázolni. Nem érzem hivatottnak magamat erre. Azt nem is szükséges, mert azt megtették már mások az adásban, ami igazából szerintem fontos lenne. Ami fontos lenne inkább az, hogy kicsit mesélkérlek erről, mert nem biztos, hogy a nézőink számára ez evidens, hogy ez az egész úgynevezett Lukács iskola, ez milyen hatással volt rá, egyáltalán milyen viszony tápolt ő ezzel a körrel? Hát az az érdekes, hogy hát ugye a Gazsi szakmáját tekintve filozófus volt, és hát nagyon jól tudjuk, hogy nem is állíthatnánk, hogy képzetlen filozófus lett volna. Nem, ezt nem tudom, hogy ezt a Babesbolyai Egyetem érdemének tudhatom be, vagy egyedül Tamás Gazsi érdemének, de egy nagyon kulturált és sokat tudó filozófus volt. És hát amikor átjött Magyarországra, megnézte, mikor még látogatóba jött, tehát megnézte, hogy ki, mi, hogyan, akkor ő tulajdonképpen észrevette, hogy hát csak is ezzel a Lukács iskolával tud igazában kapcsolatot teremteni, mert azok, akik itt képviselnek valamiféle filozófiai színvonalat. Első találkozásunkkor nem is erről volt szó, hanem jött és nagy örömmel konstatálta, hogy most találkozik velem, hát mert nagy-nagy örömmel olvasta az én fasizmus, hát nem a könyvemet, mert a könyvemet az nem olvashatta, mert azt magyarul nem adták ki annak idején. Egy-egy fejezet megjelent a filozófiai szemlében, meg a később a történelmi szemlében is. És hát az neki nagyon tetszett, és aztán rajtam keresztül kapcsolódott ő a Lukács kör egyéb tagjaihoz. És vált kvázi egy ilyen külső taggá a budapesti iskolán belül. Nem tudom, hogy ezt a többiek elfogadnák-e, de mint hogy egyedül én élek az egész társulatból, ami nagyon szomorú dolog. Ezért meséletek, amit akarok, senki nem tudja megcáfolni,
Ez tagadhatatlan. Akkor másként teszem fel a kérdést, te hogyan látod az ő kapcsolódását a magyar filozófia történeti politikai gondolkodás különböző hagyományaihoz? Hol látsz, vagy hol tudsz beazonosítani egyáltalán kapcsolódási pontokat? Hát ott látom a kapcsolódási pontokat, hogy akkor, amikor hát tulajdonképpen akkor a történelmileg hamis adatokat közlök, akkor bocsánatot kérek, ha nem tudom kitől, de alapjában véve, amikor azt hiszem, mi először jártunk kvázi ilyen Lukács iskolaként Erdélyben, Romániában, és látogattuk meg a Gazsit is Kolozsváron, akkor ő éppen a nagy Descartes tanulmányán dolgozott, amely a Descartes mű kiadásának az előszavaként jelent aztán meg. És ő ezt mint ilyen hát filozófia történész kapcsolódott a Lukács iskolához. Ugye itt az előbbiekben a Schiffer András arra utalt a beszélgetésünk során, hogy igazából maga az a fajta racionális gondolkodás is, amit maga Tamás Gáspár Miklós képviselt, az a felvilágosodás korának a terméke. És kicsit úgy beszélt róla, mintha egyfajta anakronisztikus képviselő lett volna ennek a gondolati hagyománynak. Te ezt hogy látod? Te mit gondolsz erről a felvetésről az Andrásnak? Nézd, ez egy bonyolult dolog. Manapság azért bizonyos vonatkozásúan kritizáljuk is a felvilágosodás hagyományát. Most ebben nem menjünk bele, mert nem ide tartozik. A Gazsiról akarunk beszélni, és nem a felvilágosodásról. De hát alapjában véve ugyanazt a vonalat képviselte, amit mondjuk mi is, és kapcsolódott a felvilágosodáshoz, mint olyanhoz, és hát máig is úgy gondolom, hogy az a hagyomány, amit mi fölnőttünk, mert mi a marxizmus hagyományában nőttünk fel a Lukács mellett természetesen, az a felvilágosodás hagyományához kapcsolódott. És amikor mi szembefordultunk a marxizmussal sok tekintetben, én is, de aztán a barátaim is, akkor mi nem a felvilágosodás racionalizmusán akadtunk ki, hanem egyszerűen azon, hogy a Marx egy olyan vonalát vitte tovább a felvilágosodásnak, ami hát sok tekintetben problematikus, mert a Marx számára adva volt egy egyértelmű történelmi hát kontinuitás a kapitalizmustól az ő által elképzelt szocializmus felé, és ennek a racionalitását én ma már kétségbe vonnám. És akkor zárásként arra szeretnék kérni, hogy valamilyen személyes emléket oszt meg Tamás Gáspár Miklósról, ami számodra meghatározó, és ami adott esetben a nézőink számára is orientáló, magyarázó, vagy bármilyen más típusú erővel bírhat. Tehát, hogy arra kérlek, hogy valami olyasmit más mesélje Tamás Gáspár Miklósról, amit egyedül te ismerhetsz róla. Eredetileg is erre gondoltam. Na, szóval az a helyzet, hogy akkor megmondom, miről fogok most beszélni, arról, hogy ugye a Gazsi nem tudom mikor konzervatívvá vált, ős konzervatívvá. Vett magának egy bézs öltönyt, mellénnyel, csokornyakkendővel, sétapálcával, valamiféle elegáns kalappal, és úgy járkált Budapest utcáin, mint egy ős konzervatív figura. Ezt én komikusnak tartottam, nem tudom, hogy az emberek minek tartották, én komikusnak tartottam, mert tudtam, hogy hát azért neki sok köze nincs egy ilyen ős konzervatív állásponthoz. Aztán ezt oda is hagyta, és kijött ő Szentendrére, ahol én a német feleségemmel ünnepeltük a feleségem születésnapját, meghívtuk a barátainkat, megjelent Gazsi egy rongyos farmerban és egy kockás ingben, és mondom, Gazsikám, hát most már végre azt hordod, ami illik hozzád, és remélem, hogy a gondolkodásod is ennek megfelelően. Persze, igen, most már kommunistává váltam. Mondom, ajjajjaj, hát most már eddig
konzervatív voltál, azzal sem tudtam egészen egyetérteni, de most a kommunizmushoz az még nagyobb bajt okoz nekem. Na most az volt a helyzet, hogy az után, hogy átjön, nagyon-nagyon jó barátok voltunk Kolozsváron. De jóval fiatalabb volt nálam, de nagyon-nagyon közel álltunk egymáshoz emberileg. Amikor átjött, ezen semmi nem változott, ezzel szemben a nézeteivel egyre nehezebben tudtam konfrontálódni. Nem akartam vele soha összeveszni, minek is vesznék vele össze. De úgy éreztem, hogy nem megnehezíti a barátságunkat az, ha a személyes kapcsolaton túl most már a politikai nézeteinket nem tudjuk igazán konfrontálni. Most én vitatkozzak vele, hogy én már meg, te is megélted a kommunizmust, én is megéltem, most miért akarsz már megint egy kommunista világot fölépíteni? De ez teljesen érdektelen volt. A szeretetem a személy iránt nem változott. Vajda Mihály, köszönöm szépen, minden számot ad nekünk, és itt voltál velünk ma este. Minden jót kívánok neked, szervusz! Én is neked! És köszönöm szépen, hogy meghívhatok. És folytatjuk az emlékezést innen a stúdióban. Itt ül már velem Bagi Zsolt, filozófia történész, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarának adjunktusa. Szervusz! Külön köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide a stúdióba. Illetve Sipos Balázs, irodalmár, szervusz! Hello! Kezdjük a kortárs kritikai elméleti áttekintést azzal, hogy te ugye Zsolt, TGM a diabolikus marxista címmel írtál köszöntő cikket Tamás Gáspár Miklós 70. születésnapjára. Mit értettél ez alatt? Milyen volt a te megítélésed szerint TGM marxizmusa? Nyilván el tudom mondani, hogy mit írtam a szövegbe, de ez talán kevéssé érdekes. De talán ott szeretném kezdeni most, hogy volt itt egy pár már köztünk és a márkék között volt a hogy mondjam, az idősebb generációkból egy pár hang, és hát hogy számomra mekkora a kontraszt ahhoz képest, ahogy én emlékszem a TGM-re, és ahogy ők emlékeznek. Tehát nyilván én is akkor ismertem meg egyetemistaként, amikor ez a konzervatív korszaka volt, amit megegyeztünk Balázsra, hogy többet nem fogunk elmondani, mert már annyiszor elhangzott. És aztán a fordulat után vált hát egy hatalmas figurává a szememben. Én sose ismertem őt személyesen, illetve hát ismertem később aztán, de akkor se volt nagyon közeli a viszonyunk, leveleztünk, de én mindig a gondolkodóval találkoztam, szóval és ez csak az érdekelt, olyan nagyon a személyes dolgai egyáltalán nem érdekeltek. És hát ez a gondolat, ami azóta volt, a fordulata után, az szerintem fiataloknak az egész generációit befolyásolt. Szóval, tehát és ez nem nagyon hallatszik itt ezen az adáson, én úgy érzem, hogy tényleg, hogy amikor megírta ezt a hogyha kívülről nézzük, nevetséges cikket arról, hogy mit kell olvasni, ugye? Mit kell olvasni, és felsorolja, ugye? Megkérdezze, valamelyik szerkesztőség megkérdezi, hogy mit javasol, mit olvassanak az emberek, és akkor erre felsorolja a klasszikus irodalom történetet. És hát ez egy mai kontextusban, hát ki az, aki ezt elkezdi olvasni? És én ismerek olyan baloldali fiatal emberek csoportját a Facebookon, akik kírják, hogy jó, akkor most kezdjük el cserélgetni ezeket a könyveket, és elolvassák, de a saját fiam is ezt csinálja. De nem tudom, hogy van-e még erre a generációra akkora hatású gondolat, mint az övé, és most én tényleg nem az emberről szeretnék beszélni. Szóval az, hogy egy diabolikus ember, az a számomra azt jelentette, hogy a tűzön keresztül jutunk el az eszméig. Tehát nyilván az én számomra ez az eszme, nem pedig egy vátesz, bocsánat, szerintem nem vátesz, egy gondolat. Egy hatalmas gondolat, egy olyan gondolat, amit a magyar nyilvánosságban nagyon-nagyon kevésszer rekonstruáltak a maga teljességében. És mindig csak részletekkel vitatkoztak, ez az, amire utalt még a Márk is itt előttünk. Szóval mindig részletekkel vitatkozik a magyar közvélemény, miközben ennek van egy teljessége ennek a gondolatnak, aminek nagyon-nagyon alapos,
alapos filozófiai és kulturális munka van a mélyén, ami nélkül ez nem nagyon érthető, és nem is nagyon érdemes vele vitatkozni. Mindenki tud, persze, mindenki bele tud kötni. Én se értek vele egyet, de kit érdekel, hogy én nem értek vele egyet. Ott van az egész. És hát ez, hát ezt nem is tudom, hogy kéne mondani. Szóval ez nem egyszerűen csak a diabolikusság. Ez a, mondom, az eszme. Balázs, bologattál, amikor Zsolt arról beszélt, hogy milyen hatása volt a fiatalabb nemzedékekre Tamás Gáspár Miklós marxizmusának. Te ugye egy szerkesztője voltál az Antitézis című kötetének. Mikor és hogyan találkoztál először a marxista Tamás Gáspár Miklóssal? 10 éves késéssel, ahhoz képest, hogy ő maga ezt deklarálta. De nagyon lassan esett le, hogy ez itt marxizmus. Én arról beszélgettem itt az öltözőben valakivel, hogy ez azért egy ilyen felismerési sorozat volt nekem 18-20 éves koromban, hogy az a hang, amit Tamás Gáspár Miklósként olvasok a Magyar Narancsban, meg az Ésben, az egy dolog, hogy sokkal áramvonalasabbnak és meggyőzőbbnek hangzik, mint a körülötte lévő összes többi hang, de hogy pontosan mitől, illetve hogy ez pontosan attól, vagy nagy részben attól, hogy ez egy nagyon erősen kritikai marxizmuson edzett hang, azt időbe tellett felfognom, mert előtte sehol nem olvastam marxista érintettségű szövegeket. És szóval, olvastam, és évek során úgy kiderült, vagy úgy elkezdtem betudni azonosítani ezeket a marxista elemeket az ő számomra mindig nagyon szeduktív gondolatmeneteiben, de kezdetben nem tudtam, hogy ja, hogy ez az, aminek olyan rossz a híre, ez az, ami olyan diabolikusnak van lefestve 15 éves koromtól kezdődően, hiszen sehol a magyar nyilvánosságban, sőt a kultúrában sem, még a kultúrának az úgynevezett magasabb régióiban sem, abban az időben legalábbis, amikor én igazán fiatal és fogékony voltam, nem lehetett a marxizmusnak a nyelvi nyomaival találkozni igazából. Szóval így. De még más valamire is bólogattam abból, amit a Zsolt mondott. Az eszmét hangsúlyozta a Zsolt, és erre bólogattam nagyon, de közben aztán eszembe jutott, hogyha most én ülnék ott a te helyeden, akkor lehet, hogy ilyen nagyon genyó módon visszakérdeznék, hogy na de Zsolt, mi ez az eszme? Mi az az építmény, amit itt... Nyugodtan kérdezni, és egyébként Zsolt nyugodtan válaszol, ez egy jó... De nekem, de még mielőtt válaszolnál, elmondom, hogy utána aztán mi pörgött le a fejemben, hogy az lenne a frappáns válaszom a saját kérdésemre, hogy ez az eszme az én olvasatomban, maga az eszme, magának az eszmének, vagy ahogyan ő mondta az utolsó éveiben sok írásában, a szellemnek az elgondolása, ami viszont már nem egy marxista kérdés, vagy hát nem lehet leszük, nem is egy marxista problematika talán, de semmiképpen sem lehet kizárólag a marxi fogalmisággal, vagy a marxi életműnek az újra meg újra olvasásával tisztázni, hogy mi ez az eszme, vagy mi ez a szellem, vagy mi volt az, aminek a kutatásával ő tulajdonképpen az életének szerintem a legutolsó éveit töltötte. És ami miatt én még tavasszal, amikor egy konferenciát szerveztünk a tiszteletére, ott bátorkodtam azt kijelenteni, hogy most már egészen biztosan nem lehet Tamás Gáspár Miklóst marxista szerzőnek nevezni, mert ez leszűkítő. Nem diszkreditáló, és vállalja a marxi hagyományt, kritikailag vállalja bizonyos elemeit, más elemeit meg nem vállalja, és nem keverendő össze a marxista hagyománya a létezett szocializmus hagyományával, de ezt nyilván fölösleges is elmondani. Viszont az élete legvégén én azt hiszem, hogy nem elsősorban a marxista, klasszikus marxizmuson belüli problematika foglalkoztatta őt, hanem ennek az eszmének, ennek a szellemnek a miben léte vagy elgondolhatósága, ahogyan ez a német idealizmusban még Marx előtt tematizálódott. Én ezt gondolom. Igen, tehát nyilván itt Marx úgy jelenik meg, mint ennek a német idealizmus szellemfogalmának egy interpretátora a késői TGM-nél. Hát nyilván, én most valószínűleg nagyon a hatása vagyok, ennek alatt vagyok ennek a legújabb szövegének az előszava. Uh-huh. Az öt tanács, szóval ennek a hatása alatt gondolom azt, amit gondolok úgy általában erről a késői TGM-ről, szóval az öt tanács a magyar nemzetnek, ez a címe? Vagy a hazának. Vagy a hazának. A hazának valószínűbb. Aminek van egy előszava, amit egy hatodik tanács a filozófusoknak, én így olvasom, szóval hogy hogyan legyünk ma filozófusok, és ez,
Igen, ez egy visszafordulás Hegelhez. Mindjárt elmondom a szűk szakmai hülyeségeken kívül, megpróbálom megfogalmazni valami érthető módon is, hogy mit jelent ez a szellem, amire itt gondolok, vagy eszme. Ugye ez Hegelnél a kettő tulajdonképpen ugyanaz. A szellem elgondolva az az eszme. Szóval egy ilyen, a késői, a legkésőbbi TGM, de ez szerintem összefoglalja a teljes fordulat utáni korszakát. Az egy olyan filozófus volt, aki azt gondolta, hogy egy új, a szellem új korszakát vagyunk kénytelenek létrehozni, nincs más esélyünk, semmi más lehetőségünk nincsen, mint létrehozni a szellem új korszakát. A szellem az elsősorban gondolkodás, szóval az itt azt jelenti, az szemben áll nála mondjuk az érzelmiség, az érzelmekkel, az affektusokkal. Ez végig mindig is jellemző volt TGM-re, ő mindig mindent átgondolt, nagyon kevéssé bízott a puszta érzelmekben. Hiába tartott nem tudom én milyen retorikai beszédeket, azok a buzdító beszédek, azok mindig valami fajta gondolatköré voltak építve. Most ez az eszme a hegeli filozófiában az igazságnak a legmagasabb foka. Az, ahol összegyűlik minden, hát amit a világról gondolok, mondjuk így legegyszerűbben. Egy olyan forradalmárnak lenni, egy filozófiai forradalmárnak lenni, aki a gondolkodás révén összegyűjt mindent, szemben, ugye ebben az új szövegben, szemben Petőfivel, tehát, hogy nem az indulatokra építünk, hanem a gondolkodásra építünk. Szükség van egy eszmére, nem elég elképzelni dolgokat, kell egy valamilyen vezérlő eszme, és biztos, hogy nem elég pusztán valami formális jogi vagy politikai változásokra törekednünk. Létre kell hoznunk, nekünk filozófusoknak ez a tanácsa, létre kell hoznunk újra egy eszmét. Most ez az eszme egy igazságot ráadásul, ugye a legfontosabb ellentét az eszmének persze az a vélemény, a doxa ebben a szövegben. Ez azt mondja, ne figyeljünk, mi filozófusok már, mint ne a, meg mindenki, persze mindenki tud filozófus lenni, ez nem egy szakmai kérdés, hanem ne figyeljünk a véleményekre, ne a közvéleménykutatások alapján politizáljunk, ne az éppen divatos nem tudom mik alapján, hanem hozzuk létre a magunk igazságát. Az, hogy egy igazságot létrehozni, az nem azt jelenti, hogy csak egy igazság van, nem feltétlenül ezt jelenti. Hegel nem így gondolta. Hegel azt gondolta, hogy ez történetileg meghatározott az igazság, az kifejlik az igazság. Más történeti korszakban más igazságok vannak, nem tudjuk elfogadni, meg kell csinálni. Hát ezzel a hatalmas kulturális vízió valami neki volt, összeszedni az adatokat, az elemeket, a kulturális tényeket mindenhonnan, és megcsinálni a maga igazságát, és ő megcsinálta. Tehát ezzel persze kell vitatkozni, de hát így egyben lehet szerintem vitatkozni. Nem tudom, hogy ez ugyanaz a konferencia, amire te utaltál, Balázs, de volt egy konferencia, aminek TGM hatás volt a címe. Erre utaltál, jó, ugyanarról beszélünk, ahol kifejezetten azt próbáltatok megvizsgálni, hogy hát végül is egyébként más tudományterületeken, vagy adott esetben a köznyilvánosságot alakító szereplők életében milyen hatása is volt igazából TGM-nek. És itt egyébként a védelmembe kell vennem a vendégeinket, mert alapvetően egy ilyen esemény, ami ma este szerveződött, nyilvánvalóan nem tud részletezve foglalkozni Tamás Gáspár Miklós elméleti munkásságával. Köszönöm, erre tettetek egy kísérletet, de hogy mi most azt gondoltuk, hogy annak van ideje, hogy adott esetben személyes emlékeket, személyes benyomásokat lehessen megosztani, de hogy nagyon érdekelne, hogy a TGM hatás a ti életetekben, akár személyes, akár szakmai vonatkozásokban milyen hatást fejtett ki? Hát itt olyan emberekkel beszélgetsz, akik az életük nagy részét ugye azzal töltik, hogy olvasnak, meg gondolkodnak, szóval amikor a személyes élményeiket osztják meg, akkor óhatatlanul ilyen filozófia közeli területre tévednek, úgyhogy erre én most a Zsolt gondolatát folytatva fogok tudni csak válaszolni, de ezzel nem alakoskodom, hanem ez az igazság, hogy ez az eszme, amiről itt szó van, nagyon egyetértek a Zsoltnak a körülírásával.
ez a Zsolt egy könyvének a címe, a körülírás, ráadásul, bocsánat. Nem. Szóval, hogy nagyon egyetértek ezzel, csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy igen, a szenvedélyekkel, vagy az érzelmekkel, vagy akár az irracionalizmussal szemben van ez az eszme meghatározva, de attól még nem egy ilyen aszketikus, rigid, elvont valami, hanem én azt gondolom, és ettől lesz személyes az, amit itt mondani akarok, azt gondolom, hogy valahogy úgy próbálta ezt a megteremtendő, igazságként elgondolandó, vagy megélendő eszmét, mint egy folyamatot megírni TGM ezekben az utolsó írásaiban, mint ami valamiképp minden másnál elemintben felszabadító. Valahogy ezt Hegel nyomán is azt hiszem, hogy ki lehetne fejteni, hogy itt az ember arra való készségének az elgondolásáról lenne szó az eszmében, hogy felszabadítsa saját magát. És ez az önfölszabadítás, ez ami a filozófiának az ősképe, hogy kijönni a barlangból, a vélemények és látszatok uralta a barlangból, fölemelkedni Platonnál a jó ideájához, TGM-nél valószínűleg az igazsághoz. Ez lenne a valódi emancipáció, ami akkor is lehetséges, hogyha olyan rohadt, nyomorult világban élünk, amilyenben élünk. Mindenki számára lehetséges, ahogy Platonnál is, úgy evidensen TGM-nél is. És ami a számomra személyes volt, az természetesen ez, hogy ahogy elkezdtem olvasni az ő szövegeit 18-20 éves koromban, komolyabban, és fokozatosan föltérképeztem azt, hogy mi az a nyelv, amit ő használ, hogyan keveredik benne a marxizmus és a kereszténység nagyon különös mixtúrát alkotva, és hogyan alapozódik az egész mégis egy fölvilágosodásbeli racionalizmuson. Hogy ahogyan ezt felfedeztem, ez pontosan azáltal vált felszabadítóvá, hogy újabb és újabb tovább olvasásokra ösztönzött engem. Ennél nagyon az én életemben nagyon kevés személyesebb ajándékot tud valaki adni. Hát igen, a továbbolvasás az egy nagyon nagy TGM hatás. Ugye ezek a szörnyűségesen hosszú lábjegyzetek, amiket neked mind el kell olvasni, mert ahhoz, hogy felvedd a fonalat, ahhoz ezt kell csinálni. Mondom, én legegyszerűbben szólva most tényleg már, hogy ha félreteszem a filozófiát, számtalan olyan embert ismerek, a magam, általában nálam fiatalabbakat. Szóval nagyjából nálam, azt hiszem, én mindig úgy látom, hogy nálam van az én korosztályom az, akinél van egy törésvonal. Mi a rendszerváltás után kerültünk egyetemre, és találkoztunk, ráadásul nagyon sokunk találkozott egy ilyen posztmarxista elmélettel, én például irodalom elmélettel. Amit akkor persze a magyar közegben senki nem tekintett posztmarxizmusnak, mert mindenki valamiért valami egészen másnak tekintette, de mi azért ezt elkezdtük olvasni, és akkor rájöttünk. Tehát nem volt ismeretlen a marxizmusnak egy ilyen értelmezése, és azzal egy ideig TGM ugye szemben állt. Ő volt a nagy ideológiai ellenfél a számomra, tehát így gondoltam el, amikor egyetemista voltam. Tényleg ő volt az ördög, aki ellen beszélni kell, már úgy értem, hogy magamban, nem aki ellen meg kell írni az elméletet. És aztán a fordulata után rettentően gyanús volt, hogy ez vajon micsoda. És hát be kellett látnom, hogy nem, hanem hogy ezt ő komolyan gondolta, és valóban olyan komolyan gondolta, hogy hajlandó volt ezt nyilvánosan tulajdonképpen meggyónni, hogy ő rossz útra tért a rendszerváltáskor, rossz utat követett a rendszerváltás környékén, hogy mindaz, ami, és tulajdonképpen bocsánatot kérni, ugye szó szerint bocsánatot kért azért, amit a rendszerváltó értelmiség a magyar társadalommal tett. És utána viszont oda akartam kiukadni, hogy egy csomó olyan nálam fiatalabb embert ismerek, és én is olyan vagyok, aki minden egyes TGM írást elolvasott, bárhol jelent is meg, mindent elolvasott, és tulajdonképpen az alatt az időszak alatt, ami a fordulata után van, nem is nagyon tudok más szerzőt mondani, akinek én minden szövegét elolvastam volna, és nem vagyok ezzel egyedül. Sokan vannak így. Egy bármit is mondott, az nem iránytű, hanem valami, amihez neked ki kell, egyszerűen kell valahogy viszonyulni.
Hadd legyek kicsit profán. Ugye az általad is idézett Öt tanács a hazának című utolsó írásában arra utal az előszóban valóban, hogy egy új gondolat, egy új filozófiára lenne szükség. De van-e szükség TGM nyomán a filozófusoknak egy új társadalmi szerepkör kialakítására is? Nevezetesen arra gondolok, hogy azért Tamás Gáspár Miklósnak az is egy nagyon fontos emancipatorikus hatása volt, hogy akár publicisztikáiban, beszédeiben, a hétköznapi jelenlétében képes volt olyanokhoz eljutatni gondolatokat, politika, filozófia és így tovább gondolatokat, amelyek hát nem teremnek minden bokorban, és nem hozzáférhetőek a hétköznapok dolgos emberei számára. Szóval, hogy ilyen értelemben szerinted az ő jelentőségét hogyan lehetne folytatni, hogyan lehetne ehhez bármilyen módon csatlakoznia az utána következőknek? Hát biztos ez egy figyelmeztetés. Figyelmeztetésnek kell lenni, hogy nem zárkózhatunk be az elefántcsontja tornyainkba, ami nagyon fontos szerintem, de azért, tehát az tényleg egy alkati kérdés volt. Uh-huh. Tehát az, ahogy, hát én egyszerűen ezt nem nevezném, nyilván nagyon sokan exhibicionizmusnak neveznék. Én nem nevezném exhibicionizmusnak, hanem egyszerűen ez a tényleg a közvetlen hatásnak a nagyon nagyra értékelése. Nagyon meg tudott sértődni, nagyon fontosak voltak számára az elismerések is, meglepően fontosak voltak számára az elismerések, hogy valaki azt mondta, hogy ez nagyon jó, ez furcsa, de nagyon kevéssé volt, amivel a személyes viszonyban, de ő egy ilyen ember volt, neki ez fontos volt. Nem hiszem, hogy mindenkinek így kéne filozofálni, az viszont biztos, hogy persze a filozófiának nem lenne szabad a folyóiratokba zárnia magát. Valószínűleg abban van egy határ az ő generációja és a mi generációink között, hogy a nyilvánosságot teljesen máshogy éljük mi meg, mint ő, és még sokan az ő korosztályából megélték. Ő mindig azt éreztem, hogy ő állandóan az úgynevezett reflektorfényben tudja magát, és a bőrét véli a vására vinni, amit még olyan metaforákkal lehetne leírni, hogy a szívén viseli a hazasorsát, vagy hasonlók. Aminek kis részben, de egyáltalán nem elhanyagolható részében szerintem az volt az oka, hogy az a 200-300-400 értelmiségi tágan értve, akik a rendszerváltástól napjainkig meghatározók voltak a magyar közéletben, ők mindannyian így úgy amúgy ismerték egymást, és a nyilvánosság az arról szólt, hogy ők nyilvános párbeszédet folytattak egymással, és nem elvont problémákat vitattak meg, hanem egyikük másikuk álláspontját. Ahogyan itt most az előttünk lévő beszélgetésben elhangzott, nagyon furán megütötte ez a fülem, hogy valaki ilyet arról beszéljen, hogy ő maga egyetérte vagy nem ért egyet TGM álláspontjával, mint hogyha még abban a nyilvánosságfogalomban ez számítana, hogy X ezt képviseli, Z azt képviseli, Y meg amaz képviseli, és akkor így csatáznak egymással az álláspontok vagy az eszmék. Na most nálunk szerintem ez már egyáltalán nem így osztódik szét, hogy na most Z és milyen betűk vannak még az ABC-ben, W, ezt mondja, és akkor én most majd megírom neki, és akkor ő majd visszaírja nekem, hogy. Tehát hogy nincs ez a közvetlen, ez a direkt üzenési lehetőség, fórumok sincsenek nagyon erre, és azt hiszem, hogy nem így, hogy nem is lenne ezt helyes megpróbálnunk visszaépíteni, mert ez nagyon könnyen a vélekedések területére taszítja a diskurzust. Viszont talán azt el lehet árulni így a közönségnek, hogy itt novemberben a TGM írt egy nagyon lánglelkű fölhívást 40-50 embernek, szerintem te is megkaptad, 40-50 embernek egy levelet, filozófiával, tágan értve filozófiával foglalkozó magyar gondolkodóknak, arról, hogy most, amikor a legsötétebb az éjszaka, most érdemes indítani együttesen egy folyóiratot, amit ő nagyjából a Nyugatnak és a Szellem című Lukács folyóiratnak a mintájára gondolt el, ezek ugye 110 évvel ezelőtti folyóiratok, ezeknek a mintájára, és hát gyönyörű levél volt, gyönyörűen megfogalmazva, és... Hát Balázsból csak most nagyon magas labdát dobtál fel, ha jól értem, akkor igazából kijelölte számotokra TGM azt, hogy mit várt tőletek feladatként. Igen, kijelölte. És akkor ezzel mi lesz most? Nem tudom. Mi kell hozzá, hogy ez valóságá váljon, az eszme, a feladat, amit kijelölt TGM a számotokra? Hát valószínűleg mindenkinek el kell döntenie magában azt, hogy mennyire viseli a szívén a hazának a sorsát. Ami nem könnyű.
nem könnyű ez, mert az az elefántcsontorony, ami ugye nem az, hanem egy ilyen szanaszéjjel tört jégtömb, vagy nem tudom, a jégtömbnek szaladt Titanic, az az elefántcsontorony Pécsen, ugyanúgy, mint Budapesten, bármelyik akadémiában, de hogy ott az ember végzi a maga saját kis kutatását, és ahhoz a magányhoz van szokva, nem ahhoz, hogy a reflektorfényben vagy a porondon vitatkozik másokkal, és így építi az eszmét, hanem úgy, hogy saját maga bíbelődik szövegekkel. Szóval, hogy onnan ebből a 40-50, és természetesen ez egy nyílt dolog, a TGM is úgy küldte szét a levelet, hogy mindenki küldje tovább, aki ő ennyi embert ismert, akinek szét tudta küldeni, de ez egy tulajdonképpen egy nyílt levél lett volna. Szóval, hogy ez a 40-50 plusz ember, korlátlanul bővíthető közösség, vagy leendő közösség, ez képes lesz annyira megszólítani minket, bennünket, hogy ténylegesen kilépjünk onnan, és megpróbáljunk együtt akár egy új eszmét létrehozni. Nem tudom, hogy képesek leszünk erre. De azért szerettem volna itt elmondani, mert azt gondolom, hogy a szellemi hagyatékon kívül szerintem ez a kezdeményezése, ez a levele tekinthető a szellemi végrendeletének. Záró kérdés hozzátok. Antitézis címe jelent meg az utolsó elméleti kötete magyar nyelven. Ennek ugye te voltál a szerkesztő, Balázs, ez egy rendkívül sikeres kötet, ugye? Hány újra nyomást élt meg? 5-5? Vagy hányat? 4-et? Ezt nem tudom, de nagyon többet. Nagyon sokat. Sokkal, igen. Például egy számot nagyságrendileg tudunk mondani? Csak az nem tudok. Adatokban nagyon burjánzó nézőink számára. Jó? Sok ezer. Tehát ez a lényeg az, hogy ez egy ritkaság száma menő siker volt. Ha most valakik úgy nézik az adást, hogy kedvet csináltatok ahhoz, hogy filozófiai szöveget olvasnak, politika-filozófiai szöveget olvasnak TGM-től, akkor mit javasolnátok elsőként, mit olvassanak az emberek, és milyen szempontokat ajánlátok nekik, amik esetleg segíthetik azt, hogy a bizonyos nehézségeket mindenképpen támasztó szövegek ne vegyék el a kedvüket, hanem vállalják ezt a kényelmetlenséget, és küzdjék keresztül magukat ezen. Elsőként Balázs, után Zsolt. Én nagyon egyszerűen azt javasolnám, hogy fogják az antitézist, és úgy, mint ahogyan háború és békét, vagy a bűn és bűnhődést, vagy hasonló olyan könyveket, amikről tudják, hogy nagyon bonyolultak, komplexek, de hogy el lehet őket olvasni, vagy helyettesítsék be ezeket a nagy klasszikusokat olyannal, ami kedves nekik. Kezdjék el olvasni az elejétől mindenféle félelem meg válogatás nélkül. Én úgy törekedtem összeállítani ezt a kötetet, hogy legyen valamilyen íve, nem pusztán a kronológia szervezi, hanem az elejére vannak sorolva azok a szövegek, amik talán kicsit könnyebb bevezetést vagy rávezetést nyújtanak a kötetre. A kötetnek a közepére helyezett, itt már sokszor szóba került igazság és osztály című tanulmányra például, ami mondjuk nagyobb lélegzetvételű. És azt is tudom mondani, hogy a kötetnek a legvégére érünk, az absztrakció csúcsára, a legutolsó szöveg, az közvetlenül Hegellel foglalkozó szöveg. Azzal nem lenne érdemes elkezdeni ennek az olvasását, viszont aki végigolvassa az előtte lévő 300 oldalt, az egyáltalán nem lesz felvértezetlen erre. Tehát hogy a legjobb tanácsom nekem az, hogy ne kívülről keressenek kapaszkodókat, vagy ne csak egy-egy szöveget próbáljanak olvasni TGM-től, hanem bízzanak abban, hogy ennek a könyvnek a végére belerázódnak annyira, vagy belejönnek annyira, vagy megismerik annyira az ő nyelvét, gondolkodásmódját, hogy mint egy így megtanulják őt olvasni. Akkor ezek után nyilvánvalóan nem lehet kiválasztani egyetlen egy szöveget Zsolt számára, hogy akkor mi lenne az antitézisből az elolvasandó. Úgyhogy akkor tegyük félre egy pillanatra az antitézist, és szerinted kezdő érdeklődők számára, akik nem feltétlenül jártosak a filozófia szövegek olvasásában, de szeretnének megküzdeni ezzel, mit olvasnak TGM-től? Én ez egy jó tanács, hogy az elejétől a végéig. Tehát a filozófiai szöveget nehéz olvasni. Tehát tudom, hogy ezt ettől el vagyunk szokva, de tehát nem kell attól megijedni, hogyha vannak nehézségek. Szóval tehát én nyilván filozófiát tanítok, és általában így szoktam kezdeni nem tudom, hogy megfogadják egyébként a hallgatóim, de tehát ebben azzal szoktam kezdeni, hogy egy filozófiai szöveget eleve nem egyszer olvasunk el.
A filozófiai szövegeket úgy olvassuk, mint a, tulajdonképpen, mint ahogy nagyon-nagyon régen olvastak szövegeket, még az olvasás forradalma előtt, 18. század előtt. Egy-egy oldalt olvasunk legfeljebb, az se baj. Visszamegyünk, hogyha nem értjük. Hogyha vannak utalások, azoknak utána lehet menni. Hát én sem olvastam ezt az összes borzalmas kulturális anyagot, ami ebbe a szövegbe, ezekbe a szövegekbe benne van. Hát kell egy kicsit körülötte is kell olvasni, nem lehet csak magát a szöveget olvasni. Nem kell attól megijedni, hogyha először nem értek valamit. Általában egy filozófiai szöveg olyan, hogy végigolvasom, és a végén terülnek ki dolgok, amit aztán az elején is újra elolvasva hát alkalmazni kell. Szóval ez hát könnyű nem lesz, de nagyon szép. Tehát nyilván más típusú olvasmány egy filozófiai olvasmány, és ugye hát egy olyan szituációban vagyunk Magyarországon, mindazok mellett, amiket TGM leír, hogy omlott össze körülöttünk a kultúra, egy olyan szituációban vagyunk, ahol filozófiai szövegeket nem tanítanak olvasni, ugye már a középiskolából is kiveszett ez a tantárgy. Ezt mindenkinek sajnos magának kell megtanulnia, és én nem nagyon tudok mást javasolni, mint hogy ne ijedjen meg, hanem egyszerűen adjon, és próbáljon a szövegre figyelni, és ne a maga reflexióira először. A reflexiók nagyon fontosak, a vélemények is talán még fontosak, mert kérdés, hogy mit kezdjünk a véleményekkel. De ne a vélemények előzzék meg az olvasást. Tehát ne az legyen, hogy nekem van egy véleményem, és ez nem illik erre a szövegre, mert ez a szöveg erre van megcsinálva, arra van megcsinálva, azért az a cím, hogy antitézis, hogy szétrombolja ezeket a véleményeket, hogy az olvasót zavarba hozza. Hogy ne azt mondja, mint amit mindenki mond, hogy valami más mondjon végre. És hogyha valaki valami olyasmit akar olvasni, ami végre más, hát akkor olvassa ezt a politika filozófiát, amit a TGM írt, hát szerintem. És hát igen, hát bele kell fetszölni egy kis munkát. De ez szerintem megtérül, mert egész egyszerűen ez egy szórakozás. A szórakozásnak egy formája az, hogy hát igen, azt, hogy ezt a szellemet rekonstruálod. Bagi Zsolt, Sipos Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtatok meg kívásomat, és itt voltatok ma este velünk. Köszönöm szépen én is. Sziasztok. Köszönjük szépen. És hamarosan érkezik majd Jámbor András, a Mérce alapítója, országgyűlési képviselő, illetve Papp Gáspár, a Mérce főszerkesztője, akikkel Tamás Gáspár Miklós és a Mérce kapcsolatát fogjuk majd átbeszélni, tágabban pedig Tamás Gáspár Miklós baloldali publicisztikai tevékenységét. Előtte azonban már többször utaltam az adásban arra, hogy mennyire kiváló rétor volt Tamás Gáspár Miklós. Kifejezetten utaltam is arra, hogy a leglaposabb tüntetéseket is képes volt feldobni, adott esetben felvillanyozni a hallgatóságot fantasztikus előadókészségével és gondolataival. Most egy olyan tüntetésből fogunk megnézni egy részletet, ahol maga Tamás Gáspár Miklós is felszólalt. Ez a CEU mellett szervezett tüntetés volt, amely alapvetően a tanszabadság kérdését járta körbe, de Tamás Gáspár Miklós nem hazudtolta meg saját magát, és még ebbe a tüntetésbe is képes volt beleszőni a számára a legfontosabb eszme, vagy hát gondolat jelentőségét, és erre fölhívni a hallgatóságának a figyelmét. Ebből most hallgassunk meg egy részletet. Tiltakozunk az ellen, hogy betiltják a társadalmi nemek tanulmányozását. Tiltakozunk az ellen, hogy diákokat arra hívnak föl, hogy följelentsék a tanáraikat a szélsőjobboldali szent sajtóban. Tiltakozunk az ellen, hogy lesújtsanak a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteire. Tiltakozunk az ellen, hogy kiűzzék a politika történeti intézetet a székházából, és szétszórják a levéltárát. Tiltakozunk! De egyben tudjuk azt, hogy legfőbb ideje véget vetni politikai gyöngeségünknek. Az, hogy ezen az estén nem csak magunkért, fiatal és öreg értelmiségiekért tüntetünk, hanem a túlóra szabályozása örvén meghozott rabszolgatörvény ellen is, hogy mi egyetemi emberek szolidárisak vagyunk a magyar dolgozók szakszervezeteivel,
ez mutatja azt az irányt, amelyben az ellenállásnak ki kell bontakoznia, bármilyen nehéz, bármilyen hosszú előttünk az út, végig fogjuk járni. És elérkeztünk az este utolsó blokkjához, ahogy már említettem, Tamás Gáspár Miklós és a Mérce, tágabban említve pedig Tamás Gáspár Miklós publicisztikai tevékenységét fogjuk majd vizsgálni. Itt van velem Jámbor András, a Mérce alapítója, szervusz, és Pap Gáspár, a Mérce főszerkesztője, szervusz. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm szépen. András, elsőként hozzád fordulok, ugye te még a kettős Mérce blog alapítója voltál, abban nőtte ki magát a mérce.hu, ez köztudomású. Hogyan alakult ki igazából a kapcsolat a Mérce és TGM között? Ezen gondolkodtam, meg néztem is vissza a levelezést, de nem pontosan találtam meg. Szerintem egyszerűen írtunk neki, és kértünk tőle egy cikket, és ő írt egy cikket. Mi volt az első cikke? Azt lehet tudni? Ez is, amit nem találtam meg, nem tudom, igaz, hogy... Én úgy emlékszem, hogy a Partizán szerkesztőségét erősítő Pap Szilárd Istvánnak a tusványosi szövege volt, egy Fideszes urak lemennek Erdélybe, kritika, publicisztika, és azt hiszem ezután írta a TGM nekünk, hogy akkor szívesen írna. Lehet, hogy előtte már volt valamilyen kapcsolat, ezt nem zárom ki, és nyilván olvasta a blogot, de azt hiszem, hogy ez volt az a pont, ami után felvette velünk a kapcsolatot. Ugye a Mérce szerkesztőségének számos tagja ott volt tegnap este egy rövid spontán megemlékezésen, amely a Nádor utcában szerveződött, illetve van egy rövid felvételünk arról, hogy ma a köztemetőben, a munkásmozgalmi Pantheon előtt szerveződött egy másik megemlékezés, ezen is a Mérce számos szerkesztőségi tagja jelen volt. Ebből tudom mutatni néhány képet, hogy azok, akik nem voltak ott, vagy nem lehettek ott, azok is képet kaphassanak erről. Nagyjából 100 fő vett részt ezen a alapvetően spontán módon szerveződött megemlékezésen, virágokat, gyertyákat helyeztek el, illetve maga a szervező Csernó Tibor arra utalt, hogy azért is akarták, hogy itt és ebben a formában kerüljön sor erre az kvázi első megemlékezések egyikére, mert hogy az a szándék, hogy kifejezetten azok között, akik a munkásmozgalmat építették és életüket adták ezért, az eszméért, ahogy erre a Bagi Zsolt is utalt az előző beszélgetésben. Szóval, hogy ennek az eszmének a letéteményesei, a hagyományai között tudjon megemlékezni a még élők sora Tamás Gáspár Miklósról, magyarországi baloldal megkerülhetetlen alakjáról. Fordulok továbbra is hozzátok. Kitettél ma egy posztot Jámbi az oldaladra, ami egy viccesebb, vagy ilyen értelemben szórakoztatóbb oldaláról mutatta meg Tamás Gáspár Miklós hát nyelvhelyességi minőség ellenőrködését, és te magad is alapvetően egy vidám emlékként utaltál erre. Kérlek, hogy erre kicsit meséljetek a nézőink számára, tehát igazából hogyan nézett ki az ő ilyen értelemben vett minőség ellenőri működése? Hát szerintem nem csak nyelvhelyesség volt egyébként, hanem abszolút tematikát, vagy cikkek témáit, vagy gondolatokat, vagy konkrét kifejezéseket érintő kritikai tevékenység volt, amit egyébként nem csak a Mércével folytatott, tehát én találtam egy olyan levelet is a postaládámban, amiben a 444 szerkesztőségének írt levelet továbbított nekünk, gondolom azzal a szándékkal, hogy az ott lévő helyesírási hiba nálunk is meg szokott jelenni, és akkor egyszerűbb, hogyha csak forwardolja ezt a levelet. Tehát, hogy ez egy én legalábbis is úgy éltem meg ezt 99%-ban, hogy ez egy ilyen pozitív kritikai tevékenység volt. Azt szerintem ezek a történetek azt jól megvilágítják a kapcsolatunkat annyiban is, hogy nagyon-nagyon kritikus volt, nyilván nem csak velünk, hanem ez alapvető habitusa volt, nagyon kritikus volt, nagyon szigorú volt, elvekkel kapcsolatosan, és nyelvhelyességgel kapcsolatosan, és még sok mindennel kapcsolatosan, és ez sokszor akár rosszul is esetett, de ez egy olyan keretbe illeszkedett, ami az alapvető elköteleződésről szólt, és az alapvető elismerésről is, még hogyha ez explicit módon nagyon ritkán is jelentkezett a kapcsolatunkban, és ebben a kapcsolatban voltak szakítások, ami azt hiszem, hogy ez nem a mi előjogunk a Gazsi életében, de aztán ezeket a szakításokat mindig az újra egymásra találás követte. A szakításokat nem a, nyilván nem a
nyelvhelyességi problémák okozták, hanem nem értett egyet, alapvetően nem értett egyet bizonyos szövegekkel, és akkor volt, hogy annyira feldühödött, hogy azt mondta, hogy akkor ennyi volt, és akkor az általában néhány napig, vagy néhány hétig tartott, hogy nyilván felülkerekedett az, hogy ez neki is fontos, és tudja, hogy nekünk mennyire fontos, és akkor lehetett tovább dolgozni. A 70. születésnapjára készítettetek egy rendkívül fontos szöveggyűjteményt, amelyben számos olyan szövegét is megjelentettétek, ami korábban vagy nehezen volt hozzáférhető, vagy talán magyar nyelven nem is volt hozzáférhető. Ráadásul ez megelőzte, hogyha jól mondom a kronológiát, nem akkor javítsatok ki az Antitézis megjelenését. Tehát ilyen szempontból is egy rendkívül fontos funkciója volt ennek a szöveggyűjteménynek. Meséltek egy kicsit arról, hogy ez hogyan állt össze, illetve hogy a te megítélésed szerint, Gáspár, mit érdemes az olvasónak figyelembe vennie? Igazából mit ajánlanál olvasásra azoknak, akik most szeretnének emlékezni Tamás Gáspár Miklósra? Én pont ennek az összeállításában egyébként nem vettem részt, és Jambi részt vett szerintem. Úgyhogy lehet, hogy erről te jobban tudsz mesélni. Ez egy kollektív munka volt, tehát a születésnapot megelőző hónapokban valakinek a szerkesztőségből, lehet, hogy neked. Nem, én se vettem részt, de tudok mesélni róla. Okay. Tehát a alapjáraton egyébként ugye a Sidó Zoltánnal, aki nem vért a szerkesztőségi tag, működtünk ebben együtt, és az volt a koncepció, hogy akkor nagyon sok embernek, akinek volt vagy van a Gazsihoz köze, küldünk kérdést, hogy mik azok a szövegek, amik fontosak lennének ebből a Gazsi életművéből, és akkor ebből jöttek válaszok, de igazából már nem is emlékszem, kicsoda írta, hogy hát de van a Sípos Balázs, aki készíti az Antitézist, mint később el lett nevezve, és hogy őt kéne megkeresni, és akkor emlékeim szerint ők belettek vonva, és így alakult ki ez a szöveg, és itt viszont megtaláltam a leveleket, és nagyon szórakoztató, hogy a Gazsi egy nappal a kirakása előtt írt egy e-mailt, hogy hát megtalálta ezt az oldalt, mert valaki súgott neki, és hogy de hát a jelszót nem tudnánk-e megadni, mert hogy nagyon kíváncsi lenne rá, és akkor a Füzesi Karesz, aki a IT felelős volt a Mércében, írt vissza, hogy hát alapvetően igazából még nincsen kész, de hogy holnap kész lesz, és akkor hát hogy nagyon várja a Gazsi, és utána még legalább 4-5 levelet írt arról, hogy ezt ő mennyire jól esik neki. Ennek egyébként a jelentősége az volt, hogy a fő jelentősége az, hogy olyan szövegek, amik nagyon nehezen voltak elérhetőek, azok digitalizálva lettek, a szövegminőség javítva lett már, mint hogy a digitalizációból adódó problémákat kiküszöbölték, akik ezt csinálták, és számos ilyen szöveg sokkal könnyebben elérhető lett, amelyek még a rendszerváltás előtt jelentek meg, vagy a 90-es években, és hát ezt ilyen módon az Antitézis az persze egy még sokkal további lépés, amennyiben ugye ott szövegek, amelyek nem lettek lefordítva magyar, és amelyek ebben a gyűjteményben még angolul jelentek meg, azok ebben a kötetben olvashatók. És egyébként ez most is elérhető, tehát ugye az oldal az a merce.hu-n keresztül a mai napig olvasható, tehát hogyha valakinek ez a lehetőség van, akkor nyugodtan ezen keresztül is hozzáférhet ezekhez a szövegekhez. Egy picit visszakanyarodva a munkásmozgalmi Panteonhoz, volt egy valamennyi kritikája is annak, hogy miért pont oda kellett szervezni egy ilyen megemlékezést Tamás Gáspár Miklós kapcsán, ami hát vicces, de hogy azért érdemes egy kicsit erről beszélni, hogy a ti megítélésetek szerint a ti számotokra mi Tamás Gáspár Miklós jelentősége a baloldali politikai gondolkodás szempontjából kifejezetten Magyarországot alapul véve? Hát szerintem pedig az, hogy van. Tehát a Mércé szerintem ebben a formában biztos nem lett volna, hogyha nincs a TGM. Egyrészt azért, mert van egy ilyen nagyon erős összekötés, amit ő hozott létre, tehát hogy folyamatosan küldözött cikkeket, de szerzőket is, akiket meg kéne jelentetni, vagy akiktől cikket kéne bekérni. De még ennél is fontosabb szerintem az, hogy az a politikai gondolat, ami a TGM-é volt, az megalapozta azt, hogy egyáltalán lehessen ezekről beszélni. Tehát nyilván ez valószínűleg nem tetszene neki, másrészt meg tetszene neki, hogy az a tekintély, ami megvolt nála, az egyszerűen átvitte ezeket a baloldali üzeneteket, és utána sokkal könnyebb volt ennek mentén egyáltalán írni is valamit. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen nagyon erős alap, és szerintem az, hogy így lett a Mérce, az nagyjából gyakorlatilag a minden olyan ilyen kisebb baloldali kezdeményezést, ami létezik, azt meghatározta, és az ATG-m is meghatározta őket. Én egy más módon közelíteném ezt,
ezt meg szerintem a munkásmozgalmi ponton és egyáltalán a munkásmozgalom szerintem az egyik, hogy számomra biztosan a legkevesebb tevékenység a mércén a TGM-nek azok a mozgalomtörténeti, történetfilozófiai, eszmetörténeti szövegek, amiket Szabó Ervinről, Bibó Istvánról, sokak másokról írt, Marxról, Engelsről. Ezek olyan szövegek, amelyek biztos, hogy nem születettek volna meg, ha TGM-nek nincs az a projektje, amit kifejezetten a mércére szánt, hogy a mozgalomnak, vagy az eljövendő mozgalomnak, vagy azoknak az embereknek, akik komolyan veszik azt a kritikát, amit ő megfogalmaz, és elkötelezettek az antikapitalizmus iránt, vagy a kapitalizmus kritikája iránt, azoknak meg kell ismernie azt a történetet, ami a munkásmozgalom története, és meg kell is, és ahhoz, hogy a saját viszonyukat megértsék, ahhoz a történetüket is érteniük kell, azt az örökséget is érteniük kell, ami tetszik vagy nem az örökségünk. Ennyiben az, hogy a munkásmozgalmi panteonban emlékeztünk ma, az számomra ezt is jelenti. Csak egy másik kérdés, ugyanebből a kérdés vagy gondolatkörből kiindulva, tehát, hogy ugye Tamás Gerszár Miklós elvitathatatlan baloldali ember volt, de nyilvánvaló, hogy a politikai közösség sokkal szélesebb körének jelentett igazodási pontot, adott esetben hivatkozási alapot, tehát nem lehetett elképzelni igazából olyan tüntetést az elmúlt 10 évben, jelentőségteljes tüntetést, ami ne szólalt volna föl, sőt sok esetben akár kisebb tüntetéseket is, vagy megmozdulásokat is kitüntetett a részvételével. Tehát nagyon sokak számára volt igazodás, sokszor itt a baloldalisága ellenére. Éppen ezért szerintem ez egy fontos kérdés, nem biztos, hogy lehet rá jól válaszolni, de át tudtok mondani valami gondolatot erről, hogy a baloldal számára mit jelent az, hogy TGM ilyen szinten tudott igazodási pont lenni a baloldalon túlmutató politikai közösségek számára is Magyarországon? Hát nekem nem a kérdésedre fogok válaszolni, de az a Lehocki Noémi kollégánknak egy még nem megjelent nekrológia jutott erről eszembe, hogy ami inkább arra válasz, hogy a mérce és a TGM viszonya, és miért a mérce, és mit jelentett neki a mérce. Tehát nyilván ő neki nagyon sok közeg volt fontos, a szélesebb nyilvánosság felé is sokszor fordult, és sokszor nem a mércén fogalmazta meg azokat a publicisztikáit, amiket a szélesebb nyilvánosságnak tart, írt, és akkor arról nem is beszél, hogy nyilván a kolozsvári vonatkozása neki nagyon-nagyon fontos volt, nem véletlen, hogy azt szerette volna, hogy a gyászhír a Transzelexen jelenjen meg, tehát sokféle közegnek próbált ő beszélni. És a Noémi azt írja, hogy nagyon sokan tisztelték, és a műveltségért, azért, amilyen brilliáns volt, a retorikai készségért, stb. De az eszmét, azt, amit a világról gondolt, azt sokszor megmosolyogták, a szélesebb nyilvánosságban nem vették komolyan. És szerintem a mérce azért volt számára fontos, mert azt szerette volna, azt feltételezte, hogy a mérce olvasói az a közönség, akik komolyan veszik. Tehát akik nem mosolyogják meg, akik komolyan veszik azt a kritikát, amit ő megfogalmaz, és adott esetben a politikai iránymutatásait is komolyan veszi, és az ő döntése, hogy milyen szövegeket küldött nekünk, és milyen szövegeket küldött máshova, az nagyjából ez, azt hiszem, hogy ez alapján dőlt el. Szerintem egyébként szerintem sokkal többen vették komolyan TGM-et, mint amennyire ez így elsőre tűnik, és sokkal többen gondolkoztak el azon, amit írt, és szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog, hogy én például szerintem van egy olyan dolog TGM-mel kapcsolatban, főleg a publicisztikáival kapcsolatban, hogy ezt az ember nem feltétlenül úgy olvassa, hogy ahogy mondjuk az előző beszélgetésben szó volt róla, hogy A-tól Z-ig, lábjegyzetekkel együtt, stb., hanem volt egy olyan képessége, hogy gyakorlatilag tehát kijött egy érzelem belőle, amivel ugyanúgy meg tudtad érteni a szövegnek a lényegét, mint hogyha pontosan minden egyes szót fölfogtál volna, és minden egyes lebjegyzetet fölfogtál volna. Szerintem nekem legalábbis TGM pont azt jelentette, vagy jelenti, hogy akár elvontabb dolgokkal, akár
filozófia, baloldali filozófiai dolgokkal, akár a olyan dolgokkal, amit ilyen értelmiségi humbugnak tartanak, abszolút lehet beszélni a tágabb nyilvánosság felé, és abszolút a lehet értő fülekre találni. Tehát, hogy én nekem azért az volt inkább a tapasztalatom, hogy míg azok az emberek, akik lesajnálják mondjuk a TGM-et, azoknak az írásait nem jutnak el a társadalom nagyon rosszul, de széles rétegei számára, addig a TGM írásai eljutnak. És a TGM tévészereplése is eljutnak. És a különböző gondolatai. Tehát, hogy szerintem pont fordítva volt ez az állítás igazából. És egyébként szerintem ez mondjuk így a bal oldal számára jelentsen is ez bármit, ez egy iszonyatosan fontos tanúság, hogy azok a gondolatok valójában nem egy zárványban vannak, és nem megrekedve vannak valahol, hanem egyszerűen csak néha nem engedjük ki őket, amikor ki kéne. És akkor zárásként egy picit egyszerű, de talán mégiscsak jelentősi teljes kérdés, nyilván nehéz megválaszolni, és nyilván nehéz egyetlen dolgot kiemelni. De mégis hát azért mindketten alapvetően a létező, vagy elképzelhető, vagy megvalósítandó mozgalmat építitek, vagy így, vagy úgy, elméleti munkát végeztek, gyakorlati szervező munkát végeztek, tehát nyilvánvalóan fontos az, hogy milyen elméleti megalapozottsággal, vagy milyen gondolatok inspirációjából merítkezve csináljátok ezt a munkát. Úgyhogy azt kérdezném zárásként, hogy a ti munkátokhoz, politikai munkátokhoz, akár személyesen, mi az, amit TGM a leginkább hozzátett, és mi az, ami ezekben az elmúlt 24 órában talán a leginkább ilyen szempontból inspiráció szolgált a számotokra. És akkor elsőként Gáspár, és utána András. Hát azt hiszem valami mi, hogy iszonyatosan komolyan vette a téteket. Tehát, hogy nagyon-nagyon komolyan vette azt, hogy komolyan kell venni egymást, a politikai téteket, hogy a fontos kérdésekben nem alkudunk meg. És hát ennek ez is egy munka, és ez is nagyon nehéz. És azt hiszem, hogy nekem most ez jutott eszembe, ez talán ami a legfontosabb az ő örökségéből, hogy ez a szó elhangozzam. Hát ugye országgyűlési képviselőként talán az, hogy ez egyszerű mondjuk megalapozottságként mondani, de hogyha nagyon könnyű bemenni egy tévéstúdióba, vagy nem olyan könnyű, de nagyon könnyű bemenni egy tévéstúdióba, és 25 percen keresztül beszélni a semmiről, csak hogy ennek mennyire nincsen értelme valójában. És ez egyébként is felé megyek így gondolati világban, hogy jó lenne egy kicsit több alapossággal, a világ megértésében több látásmóddal, a többet körülnézve menni politikusként és beszélni. A másik pedig az, hogy én tényleg, amit nem is tudom, hogy itt elhangzott el, de lehet, hogy itt hangzott el, hosszú volt ez a nap, hogy igen, az, hogy például ismerni, amikor az embernek nincsen igaza. Uh-huh. Szerintem ez egy olyan iszonyatosan erős képesség, és a Gazsinak ez egy olyan iszonyatosan erős képessége volt, ami a magyar közéletben nagyon hiányzik. Nyilván ez nem egy nagy baloldali gondolat, hanem egyszerűen egy emberi gondolat, de szerintem ez iszonyatosan fontos lenne. Jánbor András, Papp Gáspár, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy a rendelkezésünkre álltatok, köszönjük, hogy itt voltatok. Nektek is köszönöm szépen a figyelmeteket, amit az elmúlt órákban nekünk, vagy pontosabban Tamás Gáspár Miklós emlékének adtatok. Olvassátok a mérce.hu-t, támogassátok is a működését, mert nélkületek nem tud működni. Van most egy nagyobb adománygyűjtő kampányuk, ebben mindenképpen szálljatok be. Ez a részleteket megtaláljátok a mérce.hu oldalon, vagy akár a Facebook oldalukon. Ha nem követitek őket, akkor mindenképpen tegyetek így. Nincs tanulság, nincsen végszó, nincsenek nagy megfejtések a zárással kapcsolatban. Olvassatok TGM-et, mi is így fogunk tenni. Minden jót!